Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hello, hány óra óta vagytok itt? Hát olyan 3:45. 3:45 óta? Atya, a Ferit láttuk, amikor jött. A Feri mindig nagyon korán látszik. Miért? A Ferit meteorológiai léggömbről is lehet látni. De mindenki látja, amikor valami jött. Előnyöm nekem is kell, hogy legyen. Pedig azt hittük, hogy Andy lesz az első. Nem. Mindig Feri az első. Bemegy a tojtővécébe, aztán felborul, mert nem tud kijönni. De tulajdonképpen, de úgy van, hogy én mindig előző este megyek be. Tehát most átmegyünk Fehérvárra, én rögtön bemegyek a tojtőbe, felborulok, és a kollégák reggel szednek ki. Többször kell érzed is, ugye? Egy kicsit büdös vagyok még. Gondoltuk, hogy a Balázs lesz az utolsó. Az csoda, hogy ő itt van. Csoda, hogy ide én találtam. Én itt voltam, igen. Csak nem vettek észre. Igen. Ki az, aki korábban érkezett? Ki az, aki a legkorábban jött? Hány órakor jöttél? 4:06. Ki van 5 előtt? Jó. Kézzel, de volt egy olyan pécsi hallgatónk, ugye tavaly ősszel, aki 3-kor sétált át gyalog a meccseken. Arra emlékeztek? Igen. 3-kor indult, vagy fél 3-kor. És már 2014-ben. Igen. Most ilyenkor jönnek egyébként ezek a nagy ráli citálások. Igen. Te mióta vagy itt 4:06? És te 4:05? Én el sem mentem, amióta így. Portugáliából indultam. Igen, Lisszabonból jöttem. Patagóniából jöttem át gyalog. Na, ki az, aki 5:30 körül érkezett? Senki? Nem? Nem vagytok ennyire? Nem vagytok ennyire lelkesek? Jó van, nem baj, nem sértődünk meg. Semmi most baj. Jó, de akkor nagyon csomagoljatok, srácok, húzzunk haza. Tegyétek le az ajándékcsomagot. Bontunk, elmegyünk, igen. Azt mondja, jó, a bögre az oké, jó, megbeszéltük, de akkor tudod, hogy itt kellene 10-ig? Nincsen iskola, tanulás, munka? Érettségiző vagyok, úgyhogy szabad vagyok. Tényleg tudjátok már az eredményeket? Hát még nem. Semmiből? Nem, még nem. Puskázás volt? Nem. Nem? Hogy képzeled? Meg még infóból még lesz érettségi, úgyhogy. Info? Az mi? Igen, informatika. Ja, akkor. Nem értem már ezt a fajta szlenget. Lassan nem. 40 vagyok, bácsi vagyok, érted? Puskázás. Én ezt az info szlenget már nem értem. Puskázás, nem mindenki a mutyira építi fel a karrierjét, mint te. Én gyerekek, én rommá. Amit tudtam. Nem követendő példa, látod? Nem szabad. Azt mondtam, hogy érettségiztünk matekból, sokszor elmeséltem. Emlékeztek el, mit mondtam? Hogy leérettségiztél. Nem. Valahogy. Arra sem emlékszem, mint 5 perccel előtt volt. Matek érettségén úgy érettségiztünk, hogy a fiú WC-be bevertünk egy százasszöget. Ez halál komolyan mondtuk. Bevertünk a fiú WC ablakára egy százasszöget, és van az az úszó, az a gyerek pecabot készlet. Az a gyerek pecabot készlet, amit feltekersz egy ilyen műanyagra. Azt leengedtük egy horoggal. Annyira primitív. Rettenetesen primitív. És akkor még bemutatták. Zseppeca, akkor még bemutatták a matek érettségét 8 óra, akkor a feladványokat a zöld könyvből kaptál. És mi együtt voltunk egy kollégiummal. Egy kollégiummal összedobtunk pénzt egy műszaki egyetemes srácnak, aki a kollégium szobájába kidolgozta az összes matektételt, kiment az iskolának az udvarára, ami egybe volt a kollégium is az udvar, és erre a horogra fölakasztotta a papírt. Nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy bejöttünk a fiú WC-be, és felhúztuk magát a zsinort, a pecabotot, aminek a végén ott voltak a megoldások. Egy osztály megírta, én kimentem, beleraktam a WC-nek a lámpájának a gömbjébe, és tudtuk, hogy akkor jön a következő osztály. Kivette, körbeadta, visszarakta a gömbbe. És így ment át 3 osztály matek érettségiből. Ez már ilyen éretlenek sztori, nem? Ezt én nagyon sokszor elmeséltem, csak sose figyeltem. Kikérem magamnak, nem? Tehát ne is figyeljetek oda, ti éretlen, gyönyörű kis helyre. A nővére még meg úgy érettségiztek le, hogy bevitt engem, mint a frissen született csecsemőjét, és a fenekemre írta a tényeket. Igen, és tisztába te. Hát most gyerekek, csibész voltam, mit csináljak? Hát most én nem tudtam volna megírni ezt a matek érettségét. Soha nem csaltál semmin, egyetlen egy vizsgán se, vagy egyetlen egy dolgozatnál? Dolgozatnál persze. Ja. Mi hol? Nem mi a dolgozatnál? Ja, mi most a módszer? Mert ugye van ez a, hát egy ilyen félig szánalmas, egy százasszöggel is, egy zsebpecával. De működött! Működött. Most hogy csináljátok? Táska fel a padra, aztán telefon. De a telefon nem veszik el? De le a dolgozatnál nem. Nem veszik el dogánál? Nem. És használsz okos telefon, tehát ott lehet kint? Komolyan? Hát nem látják, hogy a toldatom, a beleteszem meg a hajam takarja. És akkor beütött, hogy ment a Mátyás király Google. Én már megbuknénk. És akkor kiadja. Nem, hát van olyan dolgozat, ahol már benne vannak a telefonban ugye a megoldások, és akkor... Ez megint milyen analóg kérdés volt. Beütöd a Google-ba, hogy Mátyás király, de hülye vagy Balázs, de hülye vagy. Hát a kidolgozott tételeket elrakod és megcsinálod. Hát igen. Szép. Hová tart ez a világ? Ugye? Elképesztő, és ezek fognak nekünk nyugdíjat? Nem. Jani, nem fognak. Nem árulom neked. Nem. Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, Feri már a jövőbe lát. Valamilyen reálisabban gondolkodik, mint én. Nem. Igen, ez mint nyugdíj, ez az intézmény, ez gyerekek, ez 10-20 év, és ez abszolút összeomlik. Nekünk már nem lesz nyugdíjunk. Nem, hát azt már lenyúlták. Hát de
vidám beszélgessünk. Jaj, de jó. Na, na, mondjad. Laktózmentes Rudi. Húzefres licem? Aha. Igen, és de előtte jól csutakolod le magad, mert látom, hogy tenk a Bali, megkaphatom a bögrédet, Záhogyman vagyok, Ben küldte nekünk. Meg, meg, gyere érte. Igen. Kint voltam a főtéren, de sajnos dolgozni igen? kellett jönnöm, játszani se tudtam veletek, de hallgatlak titeket. Uh-huh. Haj, de kár, itt volt elrobogat, már el is ment. Üdv, Laci, Székesfehérvár. Igen. Na, játszunk egyet? Játszhatunk is. Játszunk egyet, hát nézzük meg az első játékunkat. Nincs jobb, mint egy női hostess kabát egyébként. Tényleg ilyen női parfüm. Női parfüm illatban. Hát, tudod, nem mondani, vág az biztos. Nekünk már csak ez maradt. De édes vagy ebbe a kis cuccba. Isten, gyerekek, munkás lány. Léci, öreg pedó. Az öreg pedó kiszabadult. Hát ez jutott eszembe nekem is, de nézd meg azért, és akkor már is egyértelmű a dolog. Ki lesz itt a játékos? Szia! Adrián. Hello, Adrián. Másik oldal. Roland. És Mária. Dorina. Hello. Adrián egyedül van? Nem, ez Esztivel. Ja, az Esztivel. Ti milyen kapcsolatban éltek együtt, Adrián és Eszti? Nem élünk együtt, mi barátok vagyunk. Barátok, persze, jó. Persze. Aha, én is ezt mondanám, de nem vagy jó az. Na. Balázs, te miért vagy napszemüvegbe? Tessék? Ott benne a kalitkában, miért vagy napszemüvegbe? Te látod ott azt a nagyon nagy fényes látom, csillagot az égen? De 6 óra óta napszemüvegben. Látod, hogy van egy rohadt nagy fényes csillag az égen? Azt úgy hívják nap. Nem. És ott bent sütött egész eddig a nap. Nem tudod elképzelni. De minek jöttél ide, de tényleg? Nem, jól csinálja nekem jó, hát arra jó. Te látod ezt az árcetlit itt a szárán? Na ezért. Igen. De, hogy is nem. Neki jól áll, neki ez az image. Na most erre te is felveszed a napszöveget. Értem. Hát persze, de le akartad rólam betetni, vagy le kellett volna mennem hát, az üveg stúdióban? Most miért vagy napszemüvegben? Tehát, hogyha oda süt a nap, akkor értem, de amúgy... Tehát... Jó, mondd meg nekem, itt a rohadt nagy árpa miatt nem jó. Igen, egy kevés van a bal szemem. Nem, fényérzékeny vagyok, drágám, tudod. De... Vagy te vámpír. De tegnap este megvertünk. Igen. Ha kijövök a napra, akkor fényérzékeny vagyok, értem, tudod? Értem. Fényben járó. Na. Vagy lehet, hogy képted a minibárt. Egyébként abszolút, mert most azt mondom, hogy legyek filmesztelen, azt megértem, de hogy a napszövegem miért zavar, azt komolyan nem. Legyen már ez egy rovat mindenre, hogy kóstolgassunk Balázs. De én bírom. Tudsz csempézni? Nem. Nem? Nem. Miért nem? Ha nem. És mi rajtad ez a felső? Rajtad meg egy női van. Gatyát ki van szakadva, és te melegítőben vagy. Női felső. És női. Ez milyen tornacipő és a tiéd? Megfejelek, én fejelek. Női meg felső van rajtam, láttad? Látom szépen. Na, Látom szívem. Jó van. Elkezdjük jó. ezt a játékot? Nem reggel szeretem. Kezdjék a lányok, mit szólsz, Feri? Kezdjék a nagyon lányok. Nagyon jó ötlet, ugye csempéznünk kéne, te lányok. Te hogy nézel ki? Na most engem méred? Mindek neked növesztettem életem. Na az van, ugye, hogy választani kell valakit, vagy hármunk közül, vagy egy olyan képet, amin hárman vagyunk. Kit választott? Téged választott. Szeretlek, nyertél. Köszönöm, hol vehetem át az ajándékot? Nagyon szívesen kiraktad időre. Szétszettük a csempét, tényleg nagyon frankó föl igen. vagyunk rakva a csempére. Annyira ezt profi. Kell ide fölrakjátok, de előtte össze kell szerelni a csempéző szerkezetet igen. magát. Csak mondjuk el, hogy ezek hányszor hányas csempék, én nem tudom, 10-10-esen is egyébként. 10-10-es csempére Ferit felrakták, beleégették egyébként, nagyon profi meg van csinálva. És kicsi apró mozaikokból kell nektek Ferit úgy kirakni, hogy lehetőleg a feje a vállán legyen, vagy a nyakán legyen, meg legyen a felső teste, és ezt egy adott idő alatt kell kirakni. Régen volt az a Freddy Bén is kis tologat, húzogató volt nektek, ilyen, hogy együtt hiányzott, és akkor itt tologatni, húzogatni kellett. Igen. Nagyon jó volt, itt van. Ferinek két csempére fért rá Zacsia. Zacsi nincsen. Na. Zseniális. Ne stíről jöjjed az én Zacsimat, ne, rögtön ide nézett, és így lenézett. Megnézhet, hogy tényleg? Az inget néztem, hogy ugyanaz-e. Nem. A képzeld, nem, el. Nem, nem. Képzeld el életem, van több ingem is. Mit szólsz? Van ebből mi? De majdnem ugyanaz, mert csak egy kicsit más a kocka. De egyébként Feri tényleg ugyanabban a kabátban van, hát a kabát a az ugyan, hát ez egy bőrkabát. Miért neked 50 bőrkabátod van minden napra más hozol? Engem kóstolgatok az öltözködésemmel. Hát. Csak hogy az menő, tudod? Ezt tehát, ez egy menő. Csináltuk ezeket a fotók. Mondjad, mit akartál mondani? Már hogy nem hogy tudom, néz már elfelejtettem, mert beleszóltál, Balázs. Na, indítjuk az órát, jó? Ez szerelem. Hol az óra? Tessék? Hol az óra? Hol az óra? Most már tényleg. A katyába. Neked van párod? Van, igen. Nagyon. Hogy bírja? Bírja. Imádja ezt. Ezt, hogy állandóan cseszegeted? Igen, igen. Ne, mondd már. Menő. De te, vagy, te hordod otthon a nadrágot, nem? Nem? Ő sokkal aktívabb, mint én. Még nálad is? Igen. Agy szoktatok verekedni? Nem, soha. Nem? Nincs bunyó? Egyetértés van. Igen? Igen? Mióta igen. vagytok együtt? 2 éve. Hát akkor most még megértem. Oh, és 18 éves a fiunk. Az kemény. Aha. Ugye? Igen. Hány évesen szültél? 6? Leasingelem, de nagyon szeretem. Nagyon jó. Hát akkor már nem sokára kirepül, és újra szabadok vagytok. Igen. Az jó. Igen, nagyon jó. Az jó.
Na jó van, akkor kezdjünk el játszani. Hm? Oké, okay. Lányok, össze tudjátok rakni, hogy hogy kell egy ilyen csempéző hogy? Dolgot összerakni? Na. Nem akarjuk egyszerre játszatni őket? Játszatjuk egyszerre, hát ez egy ilyen játék, egyszerre. Na, a szabály ugyanaz, jó? Így találtuk ki ezt a játékot. Tehát nem kezdeném el újra mondani a játékot, indíthatjuk az órát. Azon az oldalon kit raktok ki? Hát szerinted? Nem szerinted tudom. Kit raktok ki? A Bocskor Gábor. Oké, 3-2-1, tessék. Na. A lányok nagyon jól csinálják, mert ők először Ferit kirakják magára a fürdőszoba a kőre, hogy lássák, hogy kell felrakni. Full ez profi. Aha. Hogy hívják játékosainkat azon az oldalon? A lányok, ott pedig egy pár van. Aha. Vagy úgy. Na és srácok, szereztek fugázni. Úristen, te ennyire Dorina. Profi vagy? Dorina? Adri és Eszter. Ez mi? Adri? Azért mondom. Ez egy... Ez csak még ezt rá kéne ez tenni. Ez egy mosdókagyló. Csak mondjuk, a mosdókagyló van, nem, mint egy madár. Vedd ki, és előbb rá kéne tenni, nem fog úgy rámenni. Mondjuk el, hogy közben mi történik. Játékosaink egyelőre még nem tudnak elkezdeni csempézni. Aha. Van, aki már egyébként a falat fújja, az jó a ragasztóval, az egy egészen jó vonal. Igen. Tehát, hogy azért mondjuk, Roland. Valljuk be őszintén, Roland nem először csinálja ezt, vagy pedig ösztönös. Elkezdtünk csempészni, mi is csak gondolom. Gyerekek, a szépségre is figyelni kell. Lányok összerakták a lányok a kinyomó szerkezetet, amivel ugye a remek ragasztóanyagot fölviszik, és már... Fenn vagy, Feri, már fenn vagy. Már még fenn csak van az altesten. Fenn van az altested a falon. A másik oldalon, hogy állok? Aha. El ne roncsatok. Csak mondom, hogy egyébként Palásból már fölraktak a nettó 200 ezeret ruhában. Figyelj! És figyeljetek! 3, 2, 1, és Rolandék kész van. Hát ennyi. Rolandék megvannak. Kész vannak. Rolandék figyelj, megvannak. Nem zavar, hogy tiszta festék vagy, izé ragasztó a zakó. Nem töröltelek volna ezt. Aha. Ki is fugáz? Lassú víz. Fugázz ki a Balást, légy szíves. Fugázz ki percet. Roland megkérdezte, ki is fugázzunk Balást. Hallod, gyere hátra, ki fugázz. A pici nehezítés volt, hogy a Feri 33 darabból áll, mert méretarányos. Apró mozaikból kell kirakni. Oh. Na, csak közvetítsünk, hogy mi történik. Nézzük meg Ferit meggyalázták. Meggyalázták a csendőrséget! Feri nyakából kijött egy kis ragasztó, és ezt hát megpróbálták egy picit elkenni, ezért Feri képe egyre rosszabbul néz ki. Szerintem hagyd így, inkább jó lesz most már. Ferit volt egy kis kosza kabátján, csak azért. De aranyos vagy, ezt aha, én is láttam. Tök abszolút igazad van, persze. Akarsz ilyet a fürdőszobádba? Nagyon. De szeretlek. Komolyan? Újat nem lehetne, mert itt már na, kicsit... Most már mindegy. Tényleg ebből nekünk ez az egy példány van, vagy ebből van egy csomó? Persze, és minden nap levés. Tele van a sátor ezzel. Jól van. Nem. Oké, megvannak a nyerteseink, szerintem Rolandéknak adjuk át az ajándékcsomagot, mert baromi ügyesek voltak. Már is érkeznek a mi lányaink az ajándékcsomaggal. Lányok, fel a fejjel, ez most nem sikerült. Megfejük a tehenet. Igen, nem azon baj. Gondolkodom, hogy ezzel az ajándékkal az a cél, hogy járja körbe, mint a boxmérkőzéseken a topless lányok, vagy ezt miért? Nincs olyan jó feneked. Még nincs, de majd dolgozom rajta. Gratulálunk, ez az ajándék. Tessék, egy 100.000 forint értékű hideg burkolási termékutalvány. Abszolút. Valaki azt mondta, hideg burkolóutalvány, melegen ajánljuk. Tök jó szlogen. Írja föl, a szponzor írja föl. Igen, hideg burkolói ajándék, melegen ajánljuk. Ja Istenem, nem érzem magam annyira rosszul ebben a női kabátban. Sőt. Én semmi meglepőt nem látok benne. Szerintem jól áll, kicsit, én úgy érzem. Igen. Lányokban volt vitamin, nem? Volt benne. Volt. De picit meg is fogott, nem? Hogy tehát az elején nem erre számítottál. Hát azért ennél már kaptam keményebb kérdéseket. Miért van rajtad napszöveg? De miért van rajtad napszöveg? Igen. És miért van rajtad nadrág? Meg is picit fura volt. Valamilyen régi ős ilyen sértettség árad belőle egy picit, mint hogyha valami kis affératok lett volna pár évvel ezelőtt. Voltál itt a megállóban? Megállóban, 18 igen. Éves a gyereke, csak mondom. Tehát időben egyébként abszolút kijön. Igen? Hát, számolj vissza. Hát 18 éve abszolút kijön. DNS vizsgálat? Nyálból. Igen. Csaba kérdezi, hogy barna csempe rózsaszín fugával van. Csaba, ha kijössz Székesfehérvárra, akkor szerzünk neked. A végén igen. Ebből azért egy szettet kérjünk majd. Én nagyon szívesen hazavinnélek. Marha jól néz ki, nem?
tök jól néznek ki ezek van a például, aki nyilván lehet ilyet csinálni, hogy föltennéd saját magad a fürdőszobába? Hát szerintem az elég elvetemültnek kell lenni, azért nem a saját az magadat beteg. Rakott föl csempéből a fürdőszobába. Én azért kérnék egy szed Gemma Jamesont. azt még egyébként inkább, igen. Na, egy nagyon helyes kis témával készültünk, 7:30 utára. Várunk esetleg SMS-eket, ha szeretnétek hozzászólni, mert egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki környezetében megtalálható, amikor is nem tudsz elég nagyot mondani, hogy ne jöjjön az ügyeletes kolléga, akinek van sokkal jobb vagy sokkal nagyobb sztoria, mert felmerült itt még esetleg ugye pénteken, hogy ki elvágta az ujját, levágott belőle egy kisebb kis húsdarabot. Egy kilós jó. És Feri megkérdezte, és hogy nem ér el a manduláig. Feri megkérdezte, hogy van. Viki mondta, hogy át kellett kötni a kezét, de hogy minden rendben van. Majd megérkezett a mi Lacink, aki azt mondta, hogy az semmi, mert ő amikor viszont elvágta az ujját, akkor igen. Igen. Akkor viszont egy körfűrésszel majdnem, hogy csuklóig vágta a kezét. Így van. És rájöttünk, hogy mindenki társaságában, ismeretségi körében van egy sokkal nagyobbat mondó ember, akinek nem tudsz olyan történetet elmesélni, hogy neki ne lenne valami sokkal durvább. Ha valakidet elvesztetted, ő azt mondja, 100 ilyet vesztette. Ha valamidet nem találod, ő minden nap elhagyja. Összetörték a kocsidat, neki tankkal mentek át az autóján. Ha esetleg nem tudom, bringasérülés szenvedtél, beverted a fejedet, az semmi, ő 10 hónapig feküdt az intenzíven úgy, hogy nem bringával ütötték, hanem harckocsival mentek át rajta. Mire megtalálták, és ellátták a semmit. A patakparton étlen szomjan. Vagy egy barát, vagy egy ismerős, vagy egy anyós, vagy egy kolléga mindig übereli azt, amit mondasz, és ha kicsit gondolkozunk, tényleg mindenki környezetében van egy ilyen ember, igen. Aki úgy indul, az semmi. Nem tudsz neki olyat mondani. És sztori érzékeny, ahogy meghallja, hogy valaki történetet mesél, ő már pattan is fel a székem elől, és már megy oda, és alig várja, hogy befejezd, hogy kirakd a virtuális pontot a mondatod végére, és ő már kezd is benne, nem is érdekli a te történetet. Tehát olyan, hogy visszakérdez, és nála a te sztori, de arra nem létezik. Ha elhagyott a szerelmed, őt 5-ször hagyták el sokkal durvábban. Ha találtál egy pénztárcát 500 000-rel, ő biztos, hogy talált egyet tegnap 1 millióval. Ha 1 órát álltál a dugóban Balaton felé, ő múlt héten 3 órát állt a dugóban. Ha te elvesztetted egy 5-ös kitöltött lottószelvényt, amint te talács, akkor az eurolotton veszítette. És nem tudsz neki olyat mondani. És egy idő után tényleg már mindegy is, hogy mit mondasz, nem a történeted érdekli, hanem az, hogy überelni tudjan. Na, ezeket keressük. Az ilyen embertípust, ezeket a hallgatókat, jó? Írjátok meg nekünk, hogyha van a környezetetekben ilyen, akinek tényleg baromi nehéz elmondani egy történetet, mert biztos, hogy reflexből, csípőből visszadob egy sokkal durvábbat ugyanabban a témakörben, írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki ő, és pontosan mivel próbál benne és megsemmisülve állsz, mert úgy várnád, tényleg, ha ilyen tragédia történik, ez az elvágod az ujjat, vagy úgy várnád, hogy egy picit valaki együtt érzi. Mondjam már, menjél már! Én derékból szakadtam le 2-szer, mind a 2-szer rosszul voltak, mint az arcom nézett a seggem irányába. Igen, azt írjátok meg, hogy mi volt az alaptörténetetek, és azt ő mivel próbálta überelni, tényleg? Tehát, ha te kicsit hárman adtak transzfúziót, hárman, és mind a hárman elsorvadtak. Igen. Ha te kicsit levágtad az ujjbegyedet, ő biztos, hogy stílfűrésszel a bal karját vágta le, és majdnem elvihetett. 4 ujjam szakadt le, mind a 4-et a középsúlyamra adták vissza. 60 centi hosszú volt, az az egyetlen ujjam. Mutatom. Na, ezt próbáljátok körbeérni. Mi volt az alaptörténet, és mivel próbál benneteket az illető überelni? Higgyetek el, mindenki környezetében van egy ilyen ember, akinek nem lehet. Nem lehet elég jó sztorit mondani, hogy ne legyen jobb, jó? Csak mondjuk drága hallgatóinknak, hogy érdemes a helyszínre jönni. Leginkább egyébként Szombathelyre, ez fontos. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hova mentek. Igen, tehát főtér az oké, okay, de még főtér, a Szombathely. Főtér, valaki írt a harmadik kerületből, itt vagyok a főtéren, nagyon jó, nem ott vagyunk. Tehát a Szombathelyet azért próbáljuk becélozni, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon jó kis nyereményeink vannak. Ugye a 100 000 forintos utalványt már elvitte a nyertesünk, de lesz még majd egy általunk nagyon kedvelt és nagyon szeretett, már előre meglehetősen sok humorforrás tartalmazó tehénfejős játékunk. Zseni lesz. Zseni lesz, így van, aki ügyesen tud tehenet fejni, aki rutinos, az jelentkezhet majd a játékra, ugyanis aki adott idő alatt több tejet fej meg ebből a kis tehénkéből, az elviheti azt a hűtőszekrényt ott azt a hűtőszekrényt ott mögöttem, tele. És tele. Tejjel.
illetve tejtermékekkel. Tele tejtermékekkel, így van. Nagyon jó. Azon gondolkodtam, hogy így mondtad, hogy aki rutinos a tejfejé, vagy a tehénfejésbe. Tehát, hogy így van valaki köztetek, aki életébe fejt már tehenet? Tényleg van olyan, aki valaha fejt már tehenet. Vannak tömeg. Na, ez jó. Nézd, na, jó. Jó. Csak így gondolkodtam, hogy egy városban nyilván már nem minden napos, hogy az ember a friss tejet így keresi meg, de akkor itt van 4-5 ember, tök jó. Nagyon jó. Lehet majd gyakorolni a klasszikus bütyökfejést, ami a nevével ellentétben nem kapcsolódik hozzám. A bütyökfejésre itt van János, próbáljátok ki. Csak szeretettel. Na, hogy egy érdekes dologról beszélgettünk, észrevettünk egyfajta jelenséget, és rájöttünk, hogy valószínűleg ez minden társaságban, minden családban van, már maga a jelenség, és van egy ilyen ember, mert hogy ugye van az a típus, akinek ha mesélsz egy történetet, akkor ő azt mondja, hogy semmi, mert neki van sokkal durvább. És hát az SMS-ek bizonyítják, hogy tényleg minden családban, minden munkahelyen, minden baráti társaságban előfordul legalább egy ilyen ember, akinek nem tudsz elég komoly, kemény történetet mondani ahhoz, hogy ő egyébként ne látott volna, hallott volna, tapasztalt volna valami sokkal durvábbat. Ha elvesztetted az ujjadat, kettőt vesztette el, ha a lábadat, mind a kettőt elvesztette, ha a fejedet majdnem, akkor ő kettőször látott olyat, aki kétszer elhagyta majdnem a fejét. Szóval, hogy az semmi, az én anyámat két darabból kellett összevarni, amikor megszült engem szájon át. Igen. Nekem a nagymamám volt ilyen betegségekben nagyon profi volt, még a prostatája is jobban be volt gyulladva, jaj, mint a fateromnak. Ha mondtuk neki a válasz, hát még nekem. Én fogtam egy 12 kilós gyönyörű nyurgapontyot, mikor megláttam mellettem lévő horgászt, csak annyit mondott, ez semmi. Én tegnap akkorát fogtam, hogy csak a fényképe, csak a fényképe volt 13 kiló. Új, de rossz duma, úristen. Azt is küldte. Háromszor villantottam a vakuval, mire egyszer bevilágítottam. Gyerek farsangjára készültünk, minden nap más talált. Kimeséltem a kolléganőmnek, milyen nehéz kitalálni jó jelmezt, mert a gyermek mindig mást akar. Erre ő a semmi, az unokája iskolájában egész héten farsang lesz. Minden nap, egész évben. Minden nap be kell öltözni 5 napon kereszt. Egyel nappal jelmezbe kell majd járni. A tanárok is, a gyerekek is, mindenki jelmezbe jár. Hát pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, igen. Az én kedves ismerősömnek elég csak megdicsérni a Nike Air Max cipőjét. Ő már szemreben és nélkül mondja, hogy ilyen színű, pont ilyen méretű, ilyen stílus, csak egy van neki az országban. Senkinek nincs hasonló. Méretre varták neki. Egy ismerősünk mesélte, hogy milyen finom a tokai 6 puttonyos, mire a válaki a társaságból azonnal rávágta, hogy a semmi, ő már a 7 puttonyosat is megkor. Ja, legjobb. Ő a legjobb. Igen, ugye tudjuk, hogy nincs 7 puttonyos, de hogy ő megkóstolta a 7 puttonyosat, mert a 7 végén neki futunk a 8 puttonyosat. Nem, az karácsonykor mondjuk ki. Az ünnepre van a 8 putton. Zseni. Páromnak eltört a bokája, úgy volt, hogy műteni kell, erre a barátja a semmi, neki volt 3 nyitott szívműtéte, most vesetek alatt van, túlélte egy sztrókot, és a jövő héten műtik sérvel. Jézus. Orvosi papírokat is csináltatott magának. Jó, hát ezt ismerjük egyébként, most tényleg cukik aranyosak, de azért, amikor a nénik összejönnek például egy rendelőben, és kint ülnek a padon, és beszélgetnek, jaj, kerikém, ne is mondja, hát a múltkor, amikor bekentem vietnámi balzsammal a nyitott szívcsakráma, és egy pici ment a csúnyába is, úgy csípett, kerikém, egy hétig. De nem mondom, hogy rossz volt. Ma megyek, és megint bekebem. Azt mondja, hogy katonaként egyszer voltam 10 nap fogdán, meséltem a havajának, aki persze mindig sokkal durvább dolgokat mondott, hogy vele sokkal durvább történt, ezt mondta, 10 nap, az semmi, én egy teljes hétig voltam ott. Volt egy osztálytársam, akinek egyik reggel meséltem a sulimam, hogy majdnem elütött a villamos, épp hogy elugrottam, mire odajött Krisztián, hogy az semmi, ő epilepsziás rohamot kapott a zebrán, és átment rajta egy busz. Ez tűberet. Az ő jelenlétében senki nem szeretett mesélni, de egyébként tényleg így van, hogy ott van az a típusú ember, nem akarsz az ő jelenlétében elmondani semmit, mert tuti, hogy jön egy durvább. Most ott van Kriszti. Igen, elütött majdnem a villamos, az semmi, epilepsziás rohamom lett az ebrám, átment rajtam egy volánbusz. Persze. Azt mondja, az én főnök azt mondja, mindig nagyot mond, 3-mal el kell osztani mindig. Amikor a pénztárcát veszi el valaki, akkor az ő férje évente veszti el valaki, akkor az ő férje 3-szor mindig elveszíti a pénztárcát, de nem is akár ugyan mindig utána hozzák a mezőről, az utcáról, a kocsmából. Mindig szerencséje van. Kaptuk SMS-ben. Volt kolléga a saját maga történetére, mondta fél óra múlva, az mint semmi, és elmesélt egy még nagyobb történetet. Azt mondja, hogy a volt osztálytársa a Nagy János padlásán egy második világháborús német tankát, mert az én 1900... jó, jó, jó.
Igen, azt mondja, képes, úgy találtam, hogy ezt nem teljesen értem. Azt mondja, hogy édesamámat hoztuk a kórházból a prostata műtét után, anyusom közölte, ismeri az érzést, ő már túl van egy ilyenen. Anyuka, de drága. Sziasztok, engem elütött egy vonat, 50-en haltak meg rajta. Jézus úr, volt egy ismerősöm, aki mindegy, hogy milyen történetet meséltél neki, biztos, hogy ismerte a történet egyik szereplőjét. Egyszer kitaláltunk egy fiktív nevet, elmeséltük, még azt az embert is ismerte. Meséltem a barátomnak egy régi balesetemről, mire ő előadott egy történetet, hogy lezuhant egy repülőgéppel, és csak ő élte túl, és neki kellett kimenteni a túlélőket. Azért... Igen, a kettővel a hónom alatt, egyel a fogam, hárommal a hátam. Mentem keresztül a dzsungelen. Így van, csak égtem. Ígért rajtam a kerozin, de én csak hordtam kifele a sebesülteket, mind megmentettem. Az semmi, nekem 4 nyitott szívműtéte volt, altatás nélkül Ádi küldte. Meg 3 világháborúban harcoltam, mind a 3-ban megsebesültem. Igen. Na jó van. Hát szóval kiderült, hogy minden társaságban van ilyen ember egyébként. Ugye? Aki tud egy kicsit. Tud egy kicsit nagyobbat. Köszönjük te. Rohadék. Az semmi, egy 100-as szöget vertünk be a falba. És egy zseppecával húztuk fel a matek tétel. Az a baj, hogy ezt már elmeséltem nektek ezt a történetet, csak nem emlékeztek. Persze, te nem emlékszel, nem, mert akkor 50-es szöggel meséltem. Az semmi volt. És egy rendes horgázmot volt. Ah, gyerekek. Most mit csináljak, ha egy év alatt több minden történt velem, mint az elmúlt 10 évben veletek? Hát most nem, az én gimnazista éveim azok elsuhantak. Unatkozunk is marára. Elröppentve. Csak úgy rohantak azok a gimnazista éveim. Tudjátok, ez az a sok jelzőkönyv maradt utána. Ez az a rendőrségi feljelentés. Amikor az a téma, hogy ki tud nagyobbat mondani a másiknál, ugye? Gyerekek, mindenre van sztori. Na játsszunk egyet, jó? Jó. Jöjjön a játékosunk. A kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művész hevéle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Hello, Timi vagyok. Timi, hello, Timi, jó reggel. Timi, honnan Sziasztok. Jöttél hozzánk? Szombathelyi vagyok. Milyen fura itt Szombathelyen. Igen. Meglepett. Milyen eredeti. Meglepett. Timi, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Eladó vagyok. Hol? Egy zöldségboltban. Egy zöldségboltban. És most elengedtek, vagy nem kéne már ott lenned? Majd megyek. Ja, hánykor nyitok, vagy hogy van Amikor ez? Amikor akarok. Te nyitod a boltot? Igen. Ó, hát és most ott állnak az idős nyugdíjas nénik, hogy ütik a boltot, hogy mandarin. Rimert akarok. Timikém, hogy-e az eppet kilója? Banánt kérek, banánt. És be van zárva a bolt? Nem, a fárom van. Ja. Ó. Banánt, az semmi, én 2 ananászt ki. Egyiket a csúnyában, hogy nagyon ne. A párod beugrott? Alkalmi zöldséges most? Ő is mindig ott van. Hát ilyen egy rendes És ember. Hogy örülsz neki a hangod alatt? Ki segítette őt? Nagyon rendes vagy. Már Igen. vagy ő téged. Uh-huh. És akkor ki az a fiú, akivel jöttél viszont? Ő egy barátom. Aha! Tudja ezt a párod, Timi? Mindenit tudja neki. Persze. És ez saját zöldséges? Igen. Megy a biznisz? Megyeget, igen. Mi az, ami most nagyon megy? A krumpli. Eper. Az eper egyébként tényleg most ez az eper. Van. Az eper. Érdekes egyébként, hogy azt mondják, hogy elfagyott az eper, meg nincsen belőle, és mindenhol eper magyar, vásárol. Hát mert a magyar eperből nincsen. De a magyarból. Felirat szinten minden ott van, hogy magyar eper. Aztán amikor jobban megkérdez az őrséget, elmondja, ne abból aranyom, az görög. Magyar eper származási hely Görögország. De mi volt már olyan, hogy valaki megkóstolta, és azt mondta, hogy ez bulgár eper. Nem, csak szeretném tudni, érted, hogy görög eper, akkor azt írják rá. Mindig ilyen magyar, ilyen hívószónak írják, és azonnal azért nyúlsz a magyar eperért. Így van ez? Így van. Ti is csaltok? Nem. Nem? Ja. Hát dehogy nem, ilyen nap. Hát persze, számlát se adunk. Mit vártál? De elmondja, hogy ti volt. Ti is csaltok, persze. Volt már olyan. Na, Timi, szokott neked menni ez a játék? Igazából nem én jelentkeztem, hanem a barátom. De király, amikor... Nagyon jó, tényleg. Na, hát akkor szóval beszélgessünk vele egy kicsit. Te ki vagy? Én Bence vagyok. Zöldséges? Voltam, igen. Ej, egy kiugró zöldséges. És most mit csinálsz, Bence? Most szabadúszó vagyok, bár nem tudok úszni. Aha. Menő. Tényleg nem tudsz? Fizetnek érte? Hát most nem. Bence, tényleg nem tudsz úszni? Tényleg nem. Komolyan? Aha. Jani se? Én se, képzeld el. Járhattok együtt. Elmennétek a körösre egy ilyen kis evezős túrára, és beborulnátok azért bajba? Az lehet, hogy egy kicsit para lenni. Ketten azért ott bajban lennétek. Én mindig megállok az úszodáknál, a lábmosónál. Igen, segíts Bence, segíts Jani, segíts Bence.
Bence, és mivel foglalkoznál? Vagy munkát keresel most éppen? Jogsit csinálom éppen. Jogsit csinálsz? Aha, meg németet tanulok. Fénymásolóba? És kell mindenkinek tudni. Hogy megy a jogsi? Alakulgat, fogjuk rá. Még nem ütöttem el senkit. Nem úgy, ez az alkulgat fogjuk rá, ez úgy hangzott, mintha a Kresszből most hasaltál el volna a harmadszor. Nem, az megvan, már vezetgetek. Komolyan? Ja. Oktatóval vagy oktató nélkül? Nem, minek az? Ez a vezetgetek, ez hogy kell elképzelni? Tud róla az oktatód? Tud. Igen? Ja, néha megparáztatom egy kicsit, de... Az mit jelent? Hát... Nem állunk meg a stop táblánál. Volt már ilyen, igen. Főraksz a motorháztetőre egy nyugdíjas néni. Értelemfék, stb. Bence, most kellett nekünk ez a néni, ha mondd meg, mi van. És van még egy egészségügy, meg műszaki, ilyenek mi külön műszaki vannak? Műszaki az nincsen külön, az egészségügy van, vagy micsoda. Egészségügy, jó, minden elsősegély, bocs. Igen. Egészségügy, vagy micsoda. Aha, hát itt még azért vannak hiányosságok. Az elsősegély vizsgámon mondták azt, hogy tanulja meg, hogy milyen stabil oldalfekvés, mert mindenkitől azt kérdezik. Azért ez milyen komoly vizsga lehetett, nem? Semmi, ha torkodon akad valami, és nem érdekel senki, semmi, mi a stabil oldalfekvés. Mutatom. Na, oké, és akkor most ki játszik? Te játszol, Bence? Timo játszik. Tessék? Timo játszik. Figyelj, játszatok egyszerre. Lehet ez egy ilyen közös játék. Jó? Mondjad? Ha kapsz, milyen olyan fülest kapsz, és csak kapsz, kapsz egy ezt le. Persze. És bújjatok össze. De a lelkesedésetek az minden képzeletet felül. Az játszon ő. Dehogy játsz. Hagyjál már, miért játszol? Dehogy is, majd ő játszik. Na figyeljetek. Mit szeretnétek? Azt mondja, hogy játszani. Van... Játszani. Közbence. Szíves. Azt mondja, hogy van állatunk, van városunk, van híres emberünk, szólásmondás, és tárgy. Mindig ugyanaz van egyébként. Mindig ugyanaz. Tehát, hogy... Tessék? Állat. Legyen állat. Jó. Legyen... Timo kicsit utálja ezt a játékot, nem? Már menné nyitni, vagy mi van? Nem. Rohadtul feltartatok, fiúk, már én nyitva kéne lenni a boltájában. Már adtam volna 500 krumpli. 30 kiló epret. Igen. Na, az állatot mondtál biztos? Igen. Oké, indítjuk az órát. Jó, indul az óra. Figyelj, így szól az állat. Révened. Ó, de nevét. Ennyi! Ez a szombathelyi fül. Ennyi. Köszönöm. Ezt így kell csinálni. Az egészségügy vagy micsoda is így fog menni. Ha ilyen jól vezetsz, amilyen jól játszod ezt a játékot, akkor a szombathelyeknek nem kell félni. Van egy nagyon szép ajándékcsomagotok, jó? És? Hát, és még mitek van. És még mitek most van. Most lesz bajotok egyébként, mert ez egy két éjszakás wellness kényeztetés, de két fő részére. Pozíciós ellátással, fürdés, sauna belépővel, Szent Gotthárdra. Na. Azt a mindenit. A Termál Hotel és konferencia szállodába, az Őrség kapujában. Timi, kivel mész? Hát a párommal valószínűleg. És te kivel mész? Én nem megyek. Aha. Egy úri ember. Látod? Az, ennyi. Egy úri ember. Hát már csak baj lenne belőle. Abból nagy kavarodás lenne. Köszönjük, sziasztok, ciao, puszi nektek, hello, köszönjük szépen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. 6 óra után vagyunk 15 perccel. Ha. Jaj, maradjál már! Jó reggelt! Szevasztok! Hadd halljuk, hogy itt vagytok! Kezdtem volna mondani. Jaj, maradjál már! Hát, rohadjon meg az időjárás. Ez a benned született pesszimizmus. Fúj! Ez megint elő akar törni, nincs is semmi gond. Gondoljunk annó Tapolcánkra, tapolcai kitelepülésünkre, amikor hömpölygött a víz a stúdió mellett, befolyt a stúdióba, és így mint a, tényleg, ahogy szoktad mondani, mint a vadmalacok az erdő mélyén így összebújtunk, és a végén már az asztalnak a tetején hárman álltunk, és próbáltam meg összehúzni, és szikrázott minden vezeték a stúdió. Na jó, nem volt mennyire. Igen, persze, és megvágott az ipari áram, persze. Igen, négyszer. Igen, ötödszörre már újra kellett éleszteni. Így van. Le kellett valamit érinteni a harmadik lábamat a földhöz, hogy elvezesse azt a hatalmas feszültséget, ami árad belőlem. Figyeljetek, semmi, ez semmi, persze. Nem is esik, hát én vagyok, itt vagyok kint, nem esik. Abszolút nem azt érzitek, amit éreztek, és ez nem az a, nem az esőcseppek rajtatok nem azok. Ez nem eső, ez nem szél, de egyébként nem kell nagyon messzire mennünk. Székesfehérvár. A legutóbbi kitelepülésünk, igen, a legutóbbi kitelepülésünk itt a piac téren, hogy volt, vagy van itt valaki, aki akkor is ott volt, vagy itt volt, hol van? Nem értik, hogy őket elvesztettük, teljesen. Kicserélődtek. Valaki jelentkezett? Igen. Valaki itt jelentkezett. Ja, nem tudod mire. Várjuk meg a gondolatmenet végét. Mi a gondolatmenet vége? Hát konkrétan fogni kellett a stúdiót, akkor a szél volt. Tényleg? Aha. Nem, nagyon jó idő volt. Egy rémem vagy, hogy mindenre emlékszel? Egy Dusty Hoffman vagy? Én vagyok Jani az illű mídekkel. Mi vagy te egy izé? Én egy almanak vagyok. Én egy nem tudom mi vagyok. Egy Dusty Hoffman vagy a rémemből. Egy kincses kalendárium vagyok, minden bennem van. Ez az ugás, ami nekem a fülemben van, ez nektek is van? Nincs.
Hogy? Nincs. Valami zúg, nem hallom, mit kérdez. Én ma úgy látom, nem mondhatok semmit. Soha nem szólt ilyen tisztel ez a fejhallgató. Igen. Egyébként tényleg egye meg a fene meteorológusokat, csak egy utolsó gondolat, elmondom, mit mondtak már, mert direkt elolvastam Székesfehérvárt és Budapest, és azt mondták... Csakomákó! Elélépett egy gyalogos. Azt mondták, hogy délután komoly-gomoly felhőzet, igen. Addig azonban szikrázó napsütés. Mondták ezt tegnap délután, tehát mi van? Fingjuk nincs megint. Nem. Hát hol van neked napsütés? Ott már kék az én, nézd meg! Ott, nem, na, onnan az nem igaz, látszik. Az igazán a Ferinek, de Feri látja. Igen, jó. Én közel vagyok a felhő felett. Igen, Feri feje a felhők fölött van. Bal vállán egy kondorkeső, jobb vállán egy albatrosz. Igen, nálam mindig kék az ég. Nincs itt semmi gond, srácok, ez pont semmi. Egyébként meg nem szabad elfelelkezni arról, hogy nem biztos, hogy jönni fogunk még Székesfehérvárra. Tehát aki most kihagy minket a Fehérvárra megalapoztad. Hú, de jó buli lesz. Belecsaptam, aztán te most meg megalapoztad. Mert akkor az igény ránk, hogy széttépnek minket. Városról városra járunk, mint az aranyhorda annak ide. Ja, hogy ők nőket erőszakoltak, házakat gyújtottak. Nem mindig, nem is érdekes. És hátrafelé már csak ilyen volt. De mi hátrafelé lenyilasztuk őket. Na, veled van baj egyébként, én rájöttem, Balázs. Na most mi a baj? Valami megváltozott. Képzeljétek el, sok minden megváltozott. Szombathelyről haladok kifelé, már az autópálya felé vezető úton, és látom a teljes dobozt, mert Balázs azzal jár, ugye, ahogy terveztek az angolok, így elfordítottak oldalra egy teljes doboz, megvan az autó. Így van, most csúnya csapdába csétálsz ezzel a történettel. Csak felőre szólok, hogy ennek csúnya csapda lesz a vége, mert erre majd mondok valamit én is. Laktózmentes mizó dobozba. Megy érted, és egy kamion mögött betartva a sebességhatárokat halál nyugodtan autózik az a férfi. Jönnek a tippek. Az a férfi, akivel néhány évvel ezelőtt még Sopron felé azt játszottuk, hogy ki mer bátrabban autózni, érted? Lenyugodva, nyugodtan, tehát veled van valami. Megöregettem. Veled van valami. Nem sért az ember. Néztem, nem lehet, hogy a főnök mondta, hát ilyen nincs. De tetszett az új kamionja? Ahogy azzal volt. Már éppen hazahúzta a dobozt. Feri így mellett, kis lassítás, egy átudálás, van. Csak mondom, hogy hát viszont ugye... Hát a kormányra dőlve aludt, tehát hogy ahhoz képest nem is rossz. Ugye? Én jól mentem. Azért azt ne felejtsük el, hogy Budapest-Szombat egy olyan távolság, hogy ezt már egy az alfával az ember be se vállalja. Tehát, hogyha fél attól, hogy az autó esetleg félúton cserben hagyja, akkor egy másik autóval kénytelen elindulni. Mert hogy nem a saját autójával. Na mondom, nézd a rohadékot, nézd, nem. Nézd, akinek nem ugye... merte bevállalni saját autóval, félt, hogy lerobban. Vannak barátaim, akik segítenek. Nem, így egy ilyen kis kaskájjal így mellett. Na mondom, ezt az alfa nem tudná, mi? De tudná, ki kell használni? Azt még jobban is tudná, vagy hát nem ugyanígy tudná körülbelül, csak úgy gondoltam, hogy büntetések ne hozzám menjenek. Nem, az alfások úgy indulnak el országos túrára, mint a kék túrások, így a pecsételőhelyeket keresik, az alfások be vannak jelölve. Nem, nincsenek. Tudom, aranyosak vagytok ezzel már megint, de nem, még mindig jól működik. Az adó, ez volt az én első gondolatom is, ez a Szombathelyre messze van Budapestről. Szóval az ember fél, hogy az autó el nem ér oda, akkor kölcsönautóval megy. Anyámat hozni kell a héten Békés Csabáról, mert kicserélik neki. Tudtam, hogy bejön a szociálvonal. Hát most nem tudom. A muter 78 éves, már nem bír leülni, az alfa a földön van, érted? Múltkor is úgy kell szegényt kiszednem belőle. Hárman álltunk, mondom, mama, gyere! Te nyert, tegnap nyomtál egy Szombathelyi Békés Csabán? Nem, azt mondtam, hogy Békés Csabán, melyek, és akkor hozom el. Az combos. Az bevállalós. Az lett volna. Az bevállalós, még egy Szombathelyi Békés Csaba. És akkor mit mondom, hogy Ferikém, már most már leszokhatnál a matchboxoktól arany szíven. És tényleg, légy, vegyi magadnak valami normális autót. Szereti, ő tudja. Szereti, messziről. Na, drága fehérváriak, egy csomó mindennel készültünk. Bezonyám. Ja, szóval, ne haragudjatok rá, én kérek elnézést. Egy csomó mindennel készültünk, többek között lehet majd 100 000 forintot nyerni, ha ügyesen tudjátok kirakni valamelyiküket. Hideg burkoló utalvány. Bizonyám, ha szeretnétek lakást felújítani, akkor erre nagyon jó. És egy teli hűtőszekrényt is adnánk nektek. Ott van hátul a tehém. Ottan bizony a körülbelül 50 liter laktózmentes mizotejjel van megrakva, az a bizonyos hűtőszekrény. Fejni kell majd. Fejni kell, zseniális volt. Ellopták. De ennyi volt? Éjszaka meglovasították az installációt. Tegnap még meg volt a hűtő, és ma nincs? Ott kell lenni annak valahol. Nézd.
ebből gazdálkodunk. Tegnap még volt hűtőtele, laktózmentes tejem, ma már nincs hűtő. Csak mondom, hogy tegnap a lányom nem akart kiszállni az autóból, éppen utaztak valahova az anyjával, sajnos orvoshoz. Csákó Báko, jó utat! Átment a piros, hogy azért dudán. Nem akart kiszállni az autóból, addig még végig nem hallgatta a tehénfejés kis megszólalásunkat, mert annyira tetszett neki. Pedig abban azért voltak áthallásos poénok, amikor az NMA a levegőbe csapott, hogy na most megvan azok, hogy miért vegyük el a frekvenciát. Ilyet hallgat a lányod komolyan? Hát igen, ezt ne csinálj. Szörnyű. Fertő, hogy ez ennyire alatt. Borzasztó egyébként. Mindig megmutatom neki, tehát ahhoz, hogy le tud győzni az ördögöt, ismerned kell. És akkor hazaviszed neki a tehenet, vagy csak a csecset? Hát nem. Van egy ilyen kis, hogy hívjákon, van egy ilyen kis diagramom, és minél többször nyalok be a kitelepülés során a mizónak, annál nagyobb hűtőszekrény véletek, annál több laktózmentes tejjel, annál nagyobb tehénnek. Minél többször mondod el, annál nagyobb a csapsz majd. Persze, van egy ilyen kis háttéralkú kettőjük között. De akkor sokszor elmondom, hogy nem tudom, hogy csempe-csempe, akkor felújíthatom a fürdőszobát. Igen, akkor leszedik a seggedről is a szőr. Egyébként iszonyatosan jól néznek ki a csempék, majd meglátjátok, gyakorlatilag mind a hármunknak az arcvonásai rá vannak égetve, 9, 20, 12 csempére. Kinek mennyi hely kell, ugye? Igen. Nekem csak a bal arcom félt rá, akkor arcom, ahogy nem félt rá erre a méretre, viszont nagyobbat nem tudtunk csinálni. És van még egy játékunk, egy mit mondóra játékunk, ahol szintén egy kétszemélyes kis, azt mondták, hogy nem wellness mondják, mert nem biztos, hogy az lesz, de hogy egy kétnapos hétvégét le majd nyerni. Így van. A mit mondóra játékkal természetesen az ajándékcsomagon felül. Ki ez a laptop, ami itt van előttem? Van rajta egy tök jó fotó, ide el akarok menni. Na, és beazonosítani tudod? Vagy? Nem, azt kérdezem, Magyarország, nézzétek már meg. Egy kicsi bízesés van rajta, semmi durva, de olyan szép, hogy ide elmegyek. Aha, ő Elizabeth King, de ez egy régi fotó. Elizabeth King squirting. Persze, na jó, ez nem volt szabad. Na, ezért viszont elveszik a tutát. Hát, ez már nem érti, ilyeneket lehet mondani. Bondage. Szóval, na, most nézd meg ezt a vízesést. Nézd meg, te nagy természetjáró. Most biztos rájössz, hogy ez itthon van-e Magyarországon, vagy nem. Ilyen nincsen sajnos nekünk itthon egy ekkora. Atya úristen, de szép. Tudtam is, hogy egy mélyérzésű ember vagy. Balázs is a természetjárás. Állítok is a felbontáson, hogy még nagyobb legyen az élmény. Nem, én inkább oda megyek, megnézem. De ezt kérdezem, te hülye, nem érted, hogy ez itthon van-e Magyarországon? De hogy ez itthon van-e? Hogy láttál-e, de már most valamikor... Most nem lehet tudni, mert a Photoshopon gyakorlatilag mindenbe bele lehet úgy nyúlni, hogy ránézel egy képre, és azt látod, hogy úristen, ez lehet bármi. Bárhol, tényleg, ez lehet a fátyolvízes és lilafüred környékén is. Csak mondom, hogy annyira túrázok, hogy hétvégén megmásztam a gyerekkel a budaörsi hegyeket. Túrázod? Annyira, akkor túráztam. Mindig figyelj, hogy ne rázd túl. Akkor túráztam, hogy aztán a saját cipőmet találtam el. Csak észem, már nem vagy fiatal. Ne, megmásztuk a budaörsi hegyeket. Nagyon a budaörsi szép. Hegyek, csak szólok. A hegyek, az kb. Ilyen 80 méter, 80-tól 150-ig megy. Budaörs, Városháza. Városháza mögött elindulsz a piros jelzési úton. Felérsz egyébként a vitorlás repülők emlékművéhez. Van egy gyönyörű emlékmű, és onnan vagy Csillebérc felé, vagy pedig Farkashegy felé le tudsz túrázni. Elképesztő túrát nyomtunk. De már ugyanúgy jöttetek vissza, nem mentetek Csillebérc felé. Nem mentünk a Szele Csillebérc felé, de jó túráztunk. Szépen, szépen, nagyon szép ez a környék. Érdemes ott kolbászolgatni így össze-vissza. Sose voltál arra, most miért mondod? Hát, szó azért. Kevés helyet tudsz mondani. Egyszer előfordult. Túráztál arra? Persze, és nem csak olyan távolságon vagyok el, hogy még lássam az autót. Nekem az egy megnyugtató. Hát ez egy ide, az egy megnyugtató érzés. Kérdezte Benni, még látjuk az autót, nyugi? Még látjuk az autót. Na most már nem látjuk az autót, visszafordulunk. Tegnap mi volt? Mit csináltatok? Edzettem. Tényleg? Igen. Hol? Minek? Ugyanaz. Nem, meg elmentem. Kettlibel. Mint a múltkor. Elmentem, igen, de meg... Van még egy vállad a lapon. Szegény haja. Nem, meggyőztem, hogy engedjük el azt, ami nem való. Egyre jobban kezdek rákattani. Találtam, hogy olyan jó kis edzőtermet, te egyébként nagyon szeretnéd. Minden azért van kialakítva, hogy funkcionálisan tud használni. Semmi lárifári, semmi csillivilli. De ezt hívják úgy, hogy nem volt pénz a beruházásra. Semmi felesleges vircsap, semmiféle jacuzzi, meg sauna, meg nem tudom, egy épül még a terem. Valószínűleg ez azért van. Nem, egy gyártelepen belül van maga az edzőterem, ahol mindenféle más üzemek is vannak, és ezért csak kinyitsz egy ajtót, egy ilyen belső parkolóba, és ott vagy bent egy edzőterem. Csendben, Balázs, csendben, mert a portásom útkör, és kiszúrt minket. Gyártelepen belül olcsó a bérleti díj, így kezdődik. Kötélmászás, gyűrű, súlyzó, kettőbel, klasszik, minden. 10 perzites vödrökbe öntött betonsúlyok. Betonsúlyok, medicinlabdák, amit a falra kell dobni. Tehát
Szenzációs, szenzációs kis tervet álltam, és nem is húztam meg magam. Látszik, hogy növök? Láttad? Jézusom! Igen, látszik. Most gyerekek, minden héten ez lesz majd biceps pose. 26, igen, hogyha mondjuk 3-4-10-kor kérdeznél, de ugyanezt, akkor nem biztos, hogy ez, de nagyon látszik. Na. Jó, csak így a napfelkeltében, hogy látsz valamit. Nem, már egyébként már picit félek is a napfelkeltétől, mert most már tényleg. Meg ne kívánjál ezzel. Annyira durva lesz a látvány. Ja, egyébként a megkívánásról jut eszembe, na, hogy ha gondoljátok, akkor rakhatunk ide lakatot a felüljárónak a tetejére, mert láttam, hogy ez a szerelmesek hídja is egyben. És hogy mi hárman így összeszerelmesedve? Így van. Vagy kétszer-háromszor már hazavitte valaki. Nem tudom, mit, de le van lakatolva végig. Mi a lakatok vannak? A tele van, innen is egyébként látszik. Az, ami ott, azok ott lakatok? Igen, az nem madárörülék, azok a lakatok ott végig. Úgy néz ki, mint egy kis felrakadt lepkék lennének egyébként. Tudod, hogy akkor az. Tudod, hogy Párizsban elbontották most ezt a szerelmesek hígyet? Mert majdnem leszakadt és leszették a lakatokat? A Pont-Neufet. Mondtál valamit, vagy csak kijött? Mi az, hogy mondtál valamit? Vagy csak tegnapi krémbrülé jön. Igyelj egy kis ásványvizet, mert látom, nagyon savas vagy. Elbontották a szerelmesek hígyet, mert annyi lakatot tettek de nem, már nem csak föl. A lakatot szedték le, vagy az egész hidat lebontották? Nem, hát úgy értem, hogy leszedték a lakatokat. Ja? Most gondold, hogy odamész, megpecsételed, és erre jön egy csúnya markolós ember, és egy hét múlva. Egy hét múlva felrakod, és már hogy jönnek azért, és akkor menjünk picit arrébb, és elviszik az egész. Csak nehogy a Székesfehérvári híd is így járjon, hogy annyi lakatot raknak föl rá, hogy aztán ezért leszakad a híd. Ez elég masszív kis szerkezetnek néz ki szerintem. Fölrakhatunk egyet, ha beugrasz egy ilyen kis ápizba, ami jelzett lakatért, fölrakhatunk egy ilyen, ami hármunkat szimbolizál. Ápizba? Jó. Akkor egy keravírba valóban. A vasérben meg majd veszünk borítét. Vagy menjél a lakatoshoz. Ugye? Hát, tényleg, lakatoshoz. Simán. Na jó, mutassuk meg gyorsan, mi történt velünk tegnap, jó? Aranyembereket találtunk, Rozikát és Pannikát. Hát, gyerekek, ők főnyeremények voltak, és tesztet töltöttünk ki velük. Lehet, hogy ma is megcsináltatunk majd a Székesfehérváriakkal. Csákó Mákó, eseménymentes! Oda figyelni a lámpákra. Jézus. Megjött a dinnye, Jani, szeretném valahol leparkolni. Végre magyar reper. Végre megjött a magyar reper, igen. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap Szombathelyen, és közben mondjuk, hogy nem kell SMS-ben játékra jelentkezni. Nem kell, mert ugye helyszínről választunk a játékost. Játék, rutinos hallgatók vagytok, már tudjátok, hogy ha kitelepülünk, akkor helyszínről választunk. Jaj, még egy dolgot mindenképpen el szerettem volna mondani, mert tegnap nagyon jó volt délután egy nagyon kellemes kis sportos programom, és azt kell mondanom, hogy láttam a stadionok alternatíváját, úgy hívják, hogy Bregyó közi atlétikai centrum. Ez egy csodálatos hely, kint voltam tegnap, fantasztikus, van egy 400-as rendes futókör, van egy 600-as szintén rekordtámból készült futókör a stadion körül, van ilyen kültéri kondipark, az egész gyakorlatilag egy paradicsom, a sportolásra vágyós paradicsom. Bregyó közében van? Az bizony, Bregyó közi atlétikai centrum, így hívják, elképesztő jó hely, minden városban ilyet most. És ez a rekordtán, amiről így elpattansz, amiről így jó futni? Igen. Azaz? Igen, igen. Ami van a Margit-sziget körül is. Annyira gyors a pálya, hogy az elképesztő. Sprinteltél, mint egy alokakú? Nem kellett. Nem? Nem kellett. Egyszer löktem el csak magam, aztán egy órán keresztül pattogtam körbe. Nem tudtál. Nem zseniális hely. Tényleg ilyen. Büszkék lehettek rá. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. 8 óra után, pontosan 11 perccel szikrázó napsütés, legalábbis itt Székesfehérváron. Hello Székesfehérvár, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Kapjuk a híreket! De jó Isten, milyen húzat lett. Mi van veletek? Későn érkezett a kármester. Ne, kármester nélkül nem megy. Igen, mondjuk igaz, megcsúszott a kármester, futott egy kicsit. Sihettem, csak vékony a futópálya itt a stúdió körül. Feri, mikor hallott, hogy vége a dalnak, gyorsan, pánikszerűen kirongyolt a stúdióban. Átadjuk a Janinak, hogy üdvözölni tetszik. Mi nem mondunk olyat, hogy Csákó Mákó. Igazoltattak csak egyet. Ja, de bocs, Jani, ne fuss, mindegy. Figyelj, most, amíg nincs itt a Jani, elmondom, hogy megint kezdődik ez az évfájőrület, és hallottam most a hírekben, én felkötöm magam, ha ez kicsi az ő tudtára jut. Komolyan most még remélem nem hallottad, az Ákos megint elkezdte, jön az újabb évfája. Hát de most volt. Tehát múlt héten adtuk át a Kocsányos, vagy mi volt az a... De hogy lassan újra. Bátaszéki akár, akárminek, és most megint? Újra. Igen, úgyhogy aki elmeri neki mondani, az fogadjuk, biztos, hogy... srácok, Véd és Dac szövetséget, senki nem szól a Janinak az évfa. Hát te szemét van. Mondja a srác a második sorban, már szóltam már neki. Már megvagyunk. Gyerekek, ne tegyétek ezt velünk, éveken keresztül, hónapokon keresztül megint egy rohadmányos tölgyről fog beszélgetni, órákat egyébként. És váratlan szerűen egyszer csak érted, így bármikor, bármiről beszélsz, a Jani berobban, és így válja választ. Mi van? Nem.
Nem volt a dolognak a végig kicsengés olyan, hogy nagyon folytassam én ezt a sztorit, de... Nem azért, hanem hogy újra van. Te tudtad? Újra. Azt, igen. Most hallottam a hírekből. Pont erről beszélek én is, hogy remélem nem hallottad a híreket, hogy újraindul a szavazás. Még egy kampányolásban nem kezdek bele. Nem érdemlik meg. Ha most előjössz megint 3-4 éven keresztül egy bolyhos tölgyel, akkor biztos, hogy felmondod. Nem. Miután megnyerték ugye ezt a megtisztelő címet, utána ez a, amúgy is picit egy oldalú kapcsolat meg is szűnt. Megszűnt a tölgyel? Igen. Értitek, ugye? Értem, hogy mire gondolsz, persze. Gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink? Nézzük, nagyon helyes kis hozzászólások vannak. Azt mondja, hogy suli előtt leszaladtunk megnézni titeket a három gyerkőcömmel. Azt mondták, tök jó volt, csak nem gondolták volna, hogy a Feri ilyen öreg. A szakál öregíti. Ezerszer mondtam már neki, egyébként egyszer sem. De most nagyon komolyan mondom, hogy a Ferit állandóan mindig valaki nyüstöli ezért, de a fülem halattál is látom egyébként kommentek formájában és SMS formájában is, valaki a webmailünkre is e-mailben megírja. Te ahogy megvéded a Ferit. Gyerekek, már annyi helyre írtál. Nem áll neki jól. Kicsit Bin Laden-es a szakállal. Pater, papa. De és nekem már nem kell jól álljon semmi az én kor. De, illetve az ne, még igen. Ne hazudj magadnak. Így azért, van. De ez nem így van. Most miért mondod de ezt? De most téged miért zavar ez? Engem. Én csak mindig azért vagyok, hogy beolvassam az ártatlan a üzeneteket. Azt írta Klári, hogy szerintem nem vészes, csak a gyerekek gondolták. Én csak beolvasom, hát én csak azért vagyok. Csak a srácok sírták el magukat. Csak a srácok mondták el, én nem mondanám. Azért, mert az ifjára volt szabaduló gróf Monte Cristo-ra hasonlítasz, vagy akarsz hasonlítasz. Hát és micsoda szép személyiségű. Kicsit Bin Laden-es inkább, nem? Egyébként a dolognak a lélektana a következő. Amikor meg majd hagyja majd, hogy meggyőzzék, és amikor majd a nyüstölésnek az lesz a vége, hogy tényleg leborotválja, akkor majd mindenki azt fogja mondani, hogy ez a csoda volt alatt, ezt akartod elendni, Ferenc! De tényleg. Igen, van a nem borotválkozásban egyfajta... Nézd meg, Orsi, tessék, ott milyen egyfajta 80-as évekbeli báj. Nem kell borotválkozni. Fönt vagy lent? Hát sehol. Muszáj szimmetriára töreken. Ha fönt se, akkor lent se. Jó nektek, persze szakad az eső, írja egy hallgató. Előttetek van Nóri, a fodrászok gyöngye. Hol van a fodrászok gyöngye? Ott van. Nóri! Hello, Nóri! A fodrászok gyöngye is megérkezett egy gyors hozzánk. Gyors szaszont Balázs. Nem, a Ferinek. Nem nekem, hülye neki. Tényleg, Ferinek. Szakállat válasz? Egy forgószéket nincsen véletlen? Jön a fodrászok gyöngye. Nem, mindjárt azt mondja, hogy nem. Megszólaltatjuk. Hello. Nem. Szakáligazítás? El kéne mennünk egy pár kilométert az üzlethez. Oh. Ajajajajaj. Nem, már oldjuk már meg itt valahogy. De ne oldjuk meg, nekem ez jó, így vágja le a tiédet. Éva, gyantát törölközött ollót, és egy 20 lépcsőfokos létrát. Olyat nem tudsz, mert van állítólag olyan, hogy egy zsinórral így összetekedik, és akkor azt húzogatja az arcodon. Olyat nem tudsz. Ezt az Instagramon láttad, vagy hol? Nem tudom, mi az Instagram, az Bali kezeli. Én maradi gyerek vagyok, látod. De mit látod, hogy egy spárgát húzogatnak az arcodon? Tájföldön láttam először, vagy Kambodzsában, ott a lábszörtenítésre használják, fogja a madzagot a kislány, összeköti, egy ilyen háromszöget formáz belőle, megcsavarja, és ahol a két madzag így összesúrlódik, elkezdi húzni. Ne, adjál már! Ez működő! Ne. Megmondom, hát hogy mivel kevered, Feri, amire te gondolsz, az a húros nikecel daraboló, de abban van még egyébként nem, egy pár ezer volt is. Azt is ismerem, a húros nikecel daraboló, de ez nem az, így szörtelenítenek. Így szedik ki a szemöldökét, meg így szedik a lábszörét. Is, igen. Én inkább a szállanként mellett dönteni. Szállanként foggal. Atya úristen. Jól van, elmentünk matek dogát írni, utána jövünk vissza. Gyertek. Ők a bukott diák a Jákiból, és a Széchenyi középiskolából. Köszönjük szépen. Zsák a foltját, ugye? Zsák a foltját megtalálta, igen. A közösségünk törzs hallgatói. Megvan a Kispolszki, tényleg mérnek egyébként Somogybabot belterületén egy Kispolszkiból, méghozzá egy nem is tudom, talán narancssárga Kispolszkit küldtek a hallgatók, úgyhogy létezik ez a Kispolszki, vigyázzon mindenki. Majd nézzétek, már újrafutozott gumikon áll, vagy pedig téglabakokon. Mi az álca? Hogy álcázzák? Budakarászi körforgalomnál nagy a káosz, szánalmas, hogy nem lehet haladni. Mérnek a 67-es úton, Somogyba odaelterületén, ezt elmondtuk, igen, köszönjük szépen. Valamint áll a sor a 31-esen Mendénél, tudtok erről valamit, kérdezi egy hallgató? Nem, de ha elkülditek, akkor azonnal be tudjuk olvasni. Jó, ha valakinek van lehetősége, akkor küldje el nekünk. Azt nézem, hogy bejelöltem, de nem találom, hogy milyen színű ez a Kispolszki. Mindegy, a lényeg, hogy ott van. Jó?
Balázs, van egy üzletem, nem sokára veszek egy autót, aztán beszélj kicsit róla, és eladom, és felezünk a haszna, hogy jött ez is SMS-ben. Na, egy egészen beteg dolgot találtunk, és biztos, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket ez érint. Albérlet, ugye? Hát mindenki vesz ki albérletet, vagy lakott sokáig albérletben, vagy azon gondolkozik, hogy kirepül a családi fészekből, és albérletbe megy. És az egyik bulvárlap egy egészen érdekes dolgot derített ki az egyik megasztáros fiúról. Mindegy is, hogy kicsoda, egyébként meg annyira régen volt, hogy igazából az ember nem is emlékszik rá. Casting felvételeken bukkant fel adásra. És kiderült, hogy ő, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen szexért cserébe ingyen albérletet ajánl, és mindezt egyébként az ő anyukájával teszteli le. A bulvár újságíró elment. Micsoda? Igen, az anyukája veszi föl a telefont. Ha az anyukája úgy gondolja, hogy eljuthat az albérletet igénybe vevő Attilához, akkor összeköti Attilával, és a mama teszteli az alanyokat, akik aztán elmennek Attilához lakni, úgy, hogy Attila pedig nem fizetséget kér azért, hanem hát testi kapcsolatot. Tehát hogy oda már prémium minőség jusson el Attilához. Ja, igen, mama előtt ledumálja, hogy mama lecsekolja, hogy tiszta, rendes, jól nevelt, jó kereső, alkalmi szexpartner akar-e összebútorozni az ő fiával, az ő kicsi fiával. Igen. Anyuka így veszi fel a telefont, írja a bulvár újság, a szexalbérlet miatt. Hm. Már is adom Attilát. Ezt mondja az anyuka. Ezt mondja az anyuka. Hosszú évek óta segíti gyermekét a párválasztásban, és meg is ígért az újságírónak egy találkozót Budapesten. Majd jött Attila, aki azt írja az ő kis levelében, hogy nagyon romantikus vagyok, írok verseket neked, és vigyázok majd rád, ha oda költözöl. Mennyire nagyon beteg ez a sztori. De akkor bocsánat, hát ez nem szex, ez nem a klasszikus. De, hogy nem, semmit nem kell fizetned a szerelemért cserébe, aztán a szex is kialakul. Aha. A ágyban csupán annyi kívánságom van, hogy a lány legyen felül. Ez az ő kívánsága. Ha lány legyen felül, hogy a lány... srácok lehetnek alul is. Nem halány legyen felül, hanem hogy alány legyen felül. Ja, alány. Csak nem artikuláltam. Ja, értem. És a vigyázok majd rád, az mit jelent ebben az esetben? Mit akar? Hogy nem mehetsz ki soha többet a lakásból. Két bumit is felcsapintok. Igen, ő egyébként postásként dolgozik, és nagyon vágyik már arra, hogy társra találjon. Hmm. És a mamával együtt szeretné a társat megtalálni. Aki a posta vezető nyíl. Ketten dolgoznak a postán. De várjál, és az Attila, ő a mamánál lakik, tehát úgy fognak lakni, hogy az albérlő lány Attila és a mama? Nem, igen. Én azt hiszem, a mama nincs ott, a mama csak teszteli az alanyokat. Pedig az lett volna az igazán pikáns, tudod, szobakonyja, és olyankor a mama mindig kimegy a konyhába. Azt főz egy kávét a kotyogon. Jaj, Attila, végezhetnétek már. Akkor így már felhangosítom a nóta csokrot. De hogy azért ez mennyire beteg történet, nem? Van olyan lány, aki ebbe belemegy és oda költözik azért, hogy neki ne kelljen fizetni? És igénybe veszi mondjuk Attila szolgáltatásait, viszont megspórolja az albérletet? Ez egy létező kategória? Hát nekem van egy gyerekkori barátom, akit konkrétan Attilának hívnak, de ő nem jelentkezett soha dalversenybe, és vele is előfordult azért, hogy annak idején még mielőtt megházasodott és elvette a legcsodálatosabb nőt a világon. Igen. Nem azért, csak egy tudom, akkor rengeteg pollen van a levegőben. Úgy érzem, hogy nem felhőtlen ez a dolog, amiről vele is azért előfordult, hogy így átment a másik szobába. De ez még nagyon régen. Na, de már ő kiadta valakinek a lakást. Persze. És feküdt bent valaki ártatlanul, aludt. Már nem ártatlanul. De ugye egy ártatlan albérlő, és egyszer csak megjelent a te Attilád, mint főbérlő, és azt mondta, hogy na most akkor rendezzük a lakbért. Hát nem, szerintem egyikük sem tudott aludni, meg olyan nagy volt az a lakás, meg hideg volt, ja, meg mit tudom, nem volt semmi, igen, adásszünet volt, vagy mit tudom, kikötötték a kábel tévét, vagy hasonló. Tehát Attila átment, és azt mondta, hogy te is hallottad ezt a zajt. Istenem, annyira félek, te is félsz. Igen, én is félek. Hú, akkor féljünk együtt. Illetve ne is féljünk. Na, de biztos van egy csomó olyan hallgatónk, féljünk, aki albérletben lakik, és valamilyen a főbérlője. Most nem arra gondolunk, hogy keressünk olyanokat, akik szexalbérletben laknak, mert ilyen történeteket is meghallgatunk. De nyilván vannak azért furcsa főbérlők, amikor a főbérlőnek fura szokása van, amikor megjelenik vasárnap délután, rátöri az ajtót és ellenőrzi a gázkonvektort. Amikor nem teregethetsz a fregolira, ami a kád fölött van, mert a főbérlő nem engedi, de senki más nem használja egyébként azt a fürdőszobát. Zuhanyzás közben rádrugja az ajtót és letekeri a vízmelegítőt. Igen, nem használhatsz el csak egy bizonyos mennyiségű melegvizet, mert ő egyébként egyel feletted lakik, és még ő is fürdeni akar.
akar a közös boilerből. Tehát olyan különös főbérlőket keresünk, és várunk, hogy ilyeneket írjatok nekünk SMS-ben, akivel egész egyszerűen nem lehetett együtt élni, annyira bogaras volt. Én nem laktam soha albérletben, de szerintem ez egy kínszenvedés lehet. Nem? Ha van egy hülye főbérlőd. Ha valakinek volt olyan, hogy 80-as éve Iker vonala volt, és bárkivel telefonált, mindig hallott, hogy valaki szuszog egyébként harmadikként, és konkrétan lehallgatta a telefonbeszélgetéseket, mert ez is szerintem simán benne volt a pakliban. Nekem a pesti első albérletem volt főbérlős, de hát nem egy lakásban laktunk, de a mellette lévőben volt. Ahogy én Pestre költöztem, ez 96, amikor így véglegesen eljöttem Békés Csabáról, és ő az pontosan azt csinálta, amit te mondtál, télvíz idején átjött, és lecsavarta a konvektorokon a izét, a szabályzót, mert szerintem meleg van. És mondtam, hogy ne haragudjon, hogy maga a másik lakásban van. Tehát honnan tudja? Ő érzi a falon. Aha, igen. És szinte perzsel. Hogy átmegy a meleg. Igen, mert a két lakás egymás mellett volt. Egyébként nyilván tök jó megoldás, mert közel van az albérlet, vagy a főbérlő, és ülök bent, és bejön, és mondja, hogy Ferikém, itt nagyon meleg van, tekerjük le. Mondom, én így szeretem, hogy, mert én fázom, hideg van. És nem, és mondja, hogy nagyon meleg, és mondom, ne haragudjon, de honnan tud? A falon érzi. Aha, onnan, hogy órákon keresztül szorítom rá a fülemet. És hallom a gáz. Tápos maga, Ferikém, tápos, mi 8 fokban lakunk, és nem kell azt feltekenni. De nem értem egyébként, hogyha te fizeted a gázszámlát, ugye, akkor nem vagy a másik. Tehát, hogyha te rendesen fizetsz mindent, és jó albérlő vagy, és tényleg betartod a szabályokat, akkor nagyjából semmi köze. Ő bejöhet? Tehát egy főbérlő az egyébként igen. Bármikor, bármelyik pillanatban, egyszer csak, amikor te ott vagy a pasiddal, a barátnőddel, ő bejöhet ellenőrizni a konyha szekrényt, hogy minden rendben van-e, vagy a vízórát, hát igen? Ki tudja, hogy ő mire rendelkezik a házi rend, ugye, amit te aláírtál, amikor oda költöztél. Szerintem simán van. Nem nagyon van meg, egy zuhányzás közben bejöhet a főbérlő. Nekem amit szimpatikus, ez tök környezettudatos. Igen, hogy a Ferinek 8 fokba kellett dívni. Picit más téma egyébként, nem teljesen ez, ne ilyeneket írjatok, de most nagyon nagy divat a kupi albérlet, azt ti tudjátok? Az mi? Nem. A kupi albérlet az, hogy kiadják a lakásukat arra, hogy ott a lányok azok szolgáltatást adjanak, vagy vegyenek igénybe, és 2-3 lány lakik együtt, akik egyébként hát lezavarják ott a szolgáltatást nyújtanak. Szolgáltatást nyújtanak. És anyád, mit szóltak hozzá, hogy kiadtad a régi szobád? Nem, nem. Azt hittem azt mondta, hogy és mit szóltam, hogy anyám, még ilyen albérletbérnek mondtam. Kicsit erős felvetés. Bocs, mama. Igen, mama még másik két nővel most a kupi üzemben nyomol. Kicsit furák a limál poszterek meg. Nem, kupi albérlet, így hívják. Szobát adnak ki, vagy lányoknak, akik egy-egy órára igénybe veszik, vagy pedig ott laknak, és hát szolgáltatást adnak tovább. Hát nyilván többért tudod kiadni, ugye, mert veszélyes üzem van, tehát hogy ez azért nem teljesen hivatalos, és akkor megkérheted az árát a dolognak, nem? Hát ez lehet benne, hogy drágábban tudod kiadni a lakást. Valószínűleg ez van benne egyébként, sajna. Igen. Van, ahol órabérre adják ki a szobát, ilyen is van. Órabérre. Igen, de ugye ez nem a főbérlő hibája, tehát nem akarom nagyon elterelni a témát, de hogy órabérre. Fölmész is egy lakásba, és akkor egy órára, két órára. Igen, veszed ki a lakást. És elmész, aztán 3 órát, azt elmész. Nem feltétlenül azt mondom, aranyos, naív, kicsit bácsis felvetés volt ez így közel az 50 felé. Napközben oda fölszaladsz aludni. Ez olyanok, mint a kaptárszállodák. Mert látod, mert ő rendes. Eszébe nem jut ez, hogy emberek azért használnak lakásokat egy órára. Milyen tiszta szívű ember ez a János. Kimegy föl pár órára, fölmész, alszol egyet, és utána, hogy kifizetted az 5 órát, azért mert aludtál. Hát ki az, aki pénzére elmegy aludni? Nem teljesen az alvás csinálják. És nem egyedül vannak ezekben a kis albérletekben. Egy jó csúszka, János, nem csak aludni szeretnék. Becsukned az ajtót, és mert zajogják, én nem mosogás, nem szeretem az edénycsörgést. Na, kérdezzük meg hallgatóinkat itt kint a helyszínen. Hát, ha valaki albérletben lakik, nyomozzunk a székesfehérvári főbérlők után, hogy milyenek, vannak-e egyáltalán székesfehérvári albérletek, főbérlők, és írjatok nekünk SMS-eket, jó, hogy ki volt a legfurcsább főbérlő, aki rátok törte az ajtót, aki nem hagyott benneteket élni, aki vasárnap egyszer csak motozott az árba, majd megérkezett, vagy leskelődött, ugye, mert nagyon sokan csinálják egyébként, hogy csajoknak adják ki az albérletet, és utána leskelődnek. Mit találtál, Feri? Hogy te oda költöznél-e valahova szexért? Dehogy is. Kicsit konkrét a kérdés. Aha. Kicsit olyan, mint hogy tényleg lenne egy kis szobátok, Feri. Én van is egy erre kiadó? Céloztam, hogy hát ha... Mi van, bácsi, van-e van egy kiadó 40 négyzetméteretek valahol? Ilyenkor mindig Velencén van a füres alakát. Bizony. Van-e albérletes közületek? Te! Albérletes! Hello, hogy milyen innan? A főbérlő? Raminak. Rami. Milyen a főbérlő?
Viszonylag normális. Ő bejöhet bármikor egyébként? Tehát úgy dönt, hogy ő vasárnap kettőkor bejön, a vízórát leolvas, akkor megérkezhet? Kopog és jön? Hát ilyenre még nem volt példa, de egyszer eláztattuk az alsó szomszédot, és akkor viszonylag kérdés nélkül beállított. De olyan nem volt, hogy arra, hogy esetleg arra ébredtél, hogy valaki azt sutogja, hogy húra, mi de hideg a lábad. Nem, ilyen még nem volt szerencsére. Valaki mesélt, hogy a kozmetikusának a főbérlője külön pénzt akart szedni a mikrohasználatért és a hűtőhasználatért. Tehát azt mondja, ez konkrét történet. Tehát volt egy albérleti díj, és azt mondta, hogy ha használod a mikrot és használod a hűtőt, akkor azért külön pénzt kell még fizetni. Nem tudom, hogy ellenőrzött nyitásonként vagy melegítésenként mondjuk 100 forint. Volt egy számláló rajta. De azért az kemény, nem? Az amikor milyen? A főbérlő még így próbál lehúzni. Hmm. Tehát neked nincs baj a főbérlőddel, normális nem, akkor. Igen. Ugyanott lakik, ahol te, tehát ugyanabban a házban? Igen. Ó, hát úgy akkor az ember azért nem tud nagy disznóságokat csinálni, a szemben van a fő. Olyan nem volt, hogy kinyitottad az ajtót, és ő beesett, és így félfüllel pont az ajtódon volt? Nem volt ilyen? Nem, olyan se volt. Nem volt leskedődő. Egy rendes ember akkor. Hol van valakinél? Nincs egy rendetlen főbérlő? Ó, na itt van. Főbérlőd van? Hát ez egy múltbéli főbérlő, és olyan volt, amikor elszámoltunk. Aha, hogy... szóval még megvan, csak nem akarsz bajt. Nem akarod magad kirakatni az albérletből, igen. Igen. Hát azt csinálta, hogy minden centit megnézett így konkrétan a falon, amikor kijöttünk, hogy tehát ez itt volt, amikor beköltöztek? Ez itt volt? De mire pedést? Hogy mit keresett? Hát penészfoltokat nézett, meg ilyen koszfoltokat. Konkrétan azért... Mondjuk én, ha főbérlő lennék, azért a penészfoltokat én is megjegyezném. Nem volt semmi olyan, nem volt semmi. Ami már nem volt ott előtte. Annyi volt, hogy koszos volt a falnak a széle, mert hogy nem volt ajtókeret, és hát jó, akkor az itt így 10 000 forint lesz festékre. Ja, csak ezeket szépen levonogatja, ugye? Mert az ember az elején ad egy kis... Hát persze, aztán nyilván lebeszéltük, hogy hát ezt így nem így kéne azért. Igen, sok múlik egyébként, sok múlik a főbérlőn. Én nem albérleteztem soha, de azért ez egy hálátlan együttélés. Hát ez a mikrohasználatos, ez nagyon jó, képzeld. Te mit akarsz itt, Balázs? Csak egy szendvicset sütjenek, hideg vagy meleg? Meleg, 400 forint. Igen, és elkéri a 400 forintot. Hát gyerekek, jön itt a kollega ezzel a koszos ajtókerettel, majd kiderül, hogy nem ez az érdekes, hanem hogy van egy barátja, aki aktfotózásért adja ki a szobát. Ó, tényleg? Igen, ilyen megvan interneten. Téged fotóz? És a modell áll előtt? Igen, egy picit laktam ott én is. Hát, húzós volt. Nem, interneten meghirdeti a külföldieknek, és ide jöhetnek a lányok szépen, hogyha csinálhat velük aktfotót, és akkor ingyen lakhatnak ott pár hétig. Egyébként ha az aktfotónál megár, akkor ez még nem rossz biznisz. Igen. Nem? Most én valahol egy induló diák lennék, és be kéne pulcsítanom egy konyhapulton egy fotóért. Jó, hogy ezt ember... megcsinálod, értjük. Azért az ember azt még bevállalja, 80 plusz rezsér érte. Ha az aktfotónál többet akar, az már azért erősen vagy 80 plusz rezsés tizet szérte, hogy bepucsítsa. És aztán eladja a képeket, maga szórakoztatására van, vagy ez fölkerül mondjuk a netre? Én úgy tudom, hogy ez csak a saját maga szórakoztatására van. Ez mennyire betegnek kell ez lenni, nem? Tehát, hogy vadidegen lányokat lefotózzál, akik majd utána ingyen laknak nálad. Pár hétig. Sokáig tart a bevilágítás, gondolom. És vannak lányok, akik ebbe belemennek? Tehát, hogy... Sokan, igen. Külföldről nagyon sokan jönnek hozzá. Aha, telefonszámaid vannak? Drága lenne az. Elmegy hozzá a lány, lefotóztatja saját magát, és utána ingyen lakik. Nagyjából, mert úgy van, hogy ugye meglátogatják Budapestet, mert mi onnan jöttünk, és akkor pár hétig ott laknak, amíg megnézik Magyarországot. Ennyi. Uh-huh. Hát ez egy win-win szituáció, nem? Jó, a srácnak csinál pár fotót, jó a lányoknak, sokba nem kerül. De azért ember legyen a talpának, aki ezt így bevállalja. A barátnőd is ismeri ezeket a sztorikat? Vagy csak most kibukott belőle. Ne haragudj, ti hol laktok Pesten? 11. kerületben. Egy nagyon fura fotós fiúnál mindig le kell, hogy vetkőzzek. 3 hetet pedig le kell vetkőzni, és fölmászni a konyhaasztalra. Nagyon fura. Na, drága hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó? Keresünk a különös főbérlőket, akik, hát tényleg, akik rátok törik, törték az ajtót, akinek különös szokásai voltak, ha fizetni kellett a mikrohasználatért, ha nem engedett benneteket teregetni, vagy bármi más. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát elbújt a nap, de egyelőre még nem esik az eső, úgyhogy szerencsénk van. Már ami az időjárást illeti itt Székesfehérvárot. Lehet, hogy kitartunk egészen 10 óráig, hogy nem mos el bennünket az eső. Pesten szakadó eső van. Igen. Állítólag igen, kapjuk. Kapjuk az SMS, hogy mázlisták vagyunk, mert Pesten nagyon, nagyon esik. Nagyon jó lenne, hogy nem esne, mert még hátra menni. Nagyon jó kis játékunk, ugye a hideg burkolós játék, amikor olyan csempékből kell kirakni majd időre. Hát az egy jó, szép kis hideg, képet, nem? Egy kis mozaikot, igen.
Micsoda, mi volt? De a hidegburkoláshoz jó, hideg hiány. Melegben nem lehet. Melegben nem lehet rendesen csinálni, gyerek. Szóval, hogy minket lehet majd kirakni egyébként ilyen kis mozaik formájában csempékből. Így néz ki. Én el is kértem egyébként már a teljes szettet. Tényleg? Akkor, persze, így a garázsba. Van egy kis csapott körbe, akkor majd Ferivel, Janival. Balázsra. Azért mondom, hogy várj, bocsáss, vártad, mi, nehogy már megálljunk. Nem, Balázsit a zuhanyzóba fogom rakni, közvetlenül a dusgél mellé. Azt már elvitte a Laci. Az a baj. Én csempőmet már elvitte a Laci. Na nézzük az SMS-eket, nagyon durvákat kaptunk egyébként. Ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor egy beteg főbérlővel költözik össze az ember, és tényleg fizeti a rezsit, vigyáz a lakásra, vigyáz a házra, de ennek ellenére a főbérlő egyszerűen elmebeteg. Vagy tulajdonos hívjuk bárhogy. És hát jön, folyamatosan jön, és nem hagyja nyugodtan a bérlőt, ugye, hogy élje az életét. A testvéremmel és két másik egyetemistával laktam együtt külön nyíló lakásban. A téli vizsgaidőszakban lekapcsoltuk a fűtést, mikor hazamentünk. A főbérlőnk viszont mindig visszakapcsolta. Ment a cicahart, aztán kitett egy lapot, ne kapcsol le, mert árt a termosztátnak, ami elromolhat felirattal. 3 hónap után kiderült, hogy egy másik lakás is hozzánk tartozott, ahol a lakó állandóan otthon van, a fűtés pedig központi kitartást a mostani bérlőknek. Ki kellett akasztanunk a kulcsot, egy szögre nem tettük, bejárt kicserélni a 100-as égőt 25-ösre, amikor nem voltunk otthon. A férfi mindig kindolgozott a kertben, este fürdés időben a felesége meg nehezményezte, hogy miért teszünk fel sötétítőt. 2 hétig bírtuk, aztán eljöttünk. Jézusom. Ez egy hátsó szoba konyha volt. Nekem azt javasolta a főbérlőm, hogy ne, hogy pisiljek ülve, mert itt ritkában kell WC-t takarítani, és a papa is így csinálja náluk otthon. De ő takarítja, vagy miért zavar? Ne, de nincs szétkapva a csempén. Igen. Van egy hallgatónk is itt a vonalban. Halló, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, Attila vagyok, elósátok. Szia, Attila. Na, veled mi történt? Hát ez körülbelül 6 éve történt, tehát a kollégámmal vállalkoztunk arra, hogy kiébe felmegyünk ilyen szezonmunkára, mert elég jó fizetést hallottunk, és tulajdonképpen a vonaton felfelé, hogy utaztunk fel a fővárosból, megismerkedtünk egy hölgyel tulajdonképpen, és aztán számot cseréltünk, megismerkedtünk, kérdeztem, mit szeretnénk, mondta, hogy ismerjük a várost, mondtam, hogy nem, aztán hát az az igazság, hogy akkor este még ott a vonaton megtörtént egy olyan dolog, aminek nem számolt rá senki, és hát túlságosan elég jóba lett. Mi összejöttetek a nővel a vonaton? Micsoda, nem is értem. Igen, négyen voltunk ott az almafülkébe, és megvártuk, még a másik két úriember elalszik, aztán ott, na hát egymásra életünk, akkor este még annyira jóba lettünk, vagy szétében is lettünk egymásnak. Aztán, szuper, és ez hogy jön az albérlethez? Tessék? Hogy jön az albérlethez? Hogy utána ő lett a főbérlőd? Nem, tulajdonképpen ahol dolgoztunk, ott elég rosszak voltak a körülmények, és amikor találkozgatunk itt esténként, mert ugye kontaktot felvettük, akkor ő kérdezte, hogy hol lakunk. Hát mondtam, elég rossz helyen, és mondta, hogy hol lakik. Tehát tulajdonképpen a fővárosban, a második kerületen megfelelő helyzet. De te nála laktál? Igen, elhívott magához na, a albérletbe, hogy na, jó körülményeket cserébe tulajdonképpen, nem, hogy ott lakjunk, ahol épp akkor éltünk. És mit kér cserébe? Hát úgy voltam, hogy azt mondta, hogy minden nap szex, meg kell, hogy szexeljem tulajdonképpen, és nem kell fizetned semmit, tehát a kollégámmal mondtam, hogy csak vagyunk ketten, azt mondta, hogy én is jó vagyok neki, mert én vagyok a szimpatikus, főzött ránk, mosott ránk, tulajdonképpen elég jó helyünk volt, nagyon öltöztetett is minket. És napi egy szexért. Volt. Napi igen, egy elég szuper gátja volt. Napi 1 volt, akkor még az alkul, de viszont... Mikor hát fölment 3-ra a napi szex, akkor már elköltöztünk. Na jó, oké, köszi, hogy elmondtad. Köszi, hello. Kicsit hosszan mesélő sztorit. Igen, ez most tönkre vágott. Mondjuk ez napi 1, ez melós. Az én főbérlőm egy idős hölgy volt, beköltözésem napján derült ki, hogy a lánya 2 kisgyerekkel szintén ott fog lakni az 1+2 fél szobás lakásban, mert előző nap kidobta őt a férje. A hűtőt, a gáztűzhelyt nem használhattam, a néni pedig folyton a szobámban járkált, mert ott volt az erkély, ott teregetett és ott napozott minden nap. Nálunk a főbérlő megszámolta a teafiltert, aztán feljött szólni, hogy ne ígyunk olyan sok teát, mert sokat kell mennünk pisilni, és sokat használjuk a vizet a WC-ben. Következő alkalommal ellopta az újságukat a szekrényből, aztán rajta kaptuk, hogy ugyanezek az újságok egyébként bent vannak az ő szekrényében. Stopperrel mérte, hány másodpercig folyatjuk a fürdővizet a kádban. Marika néni hétfő reggel 6-kor beugrott pisilni, erre keltünk fel a párommal, fotról jött orvoshoz, és pont útba esett neki a mi WC-nk. Tökre igaza van. Hát ő a főbérlő, egy ellenőrzés, egy pisi. Úristen, milyen sztori. Azt mondja, a mi főbérlőnk, a 76 éves Magdika rákattant a 30 éves barátomra, és naponta hívogatta különböző ürüggyel. Majd meggyanúsított minket, hogy ellopta
láttuk a tévéjét, majd rájött, hogy azt még 92-ben ő adta el. Valamit szedni kellett volna ott is azért erre. Nekem a terasz használati díjat akarta elkérni, szemben lakott a mi panelünkkel, és távcsővel figyelte, őt kellett volna adásba tenni, távcsővel figyelte, hogy hányszor megyek ki a teraszra. Azért a terasz használati díj az elég kemény. Fővérlőm nudista volt, 40 éves nő, mindig lejött bemutatni a test piercingét. Mikor már a 10. nuni piercinget mutogatta, elég unalmas volt. 10 piercing, hát ott volt felület. Igen. Mi nyáron 40 fokos albérletben klímát szerettünk volna szerelni önköltségen, mire azt hajtogatta, hogy nem lehet, mert olyan állapotban kell visszaadni az albérletet, hogy átvettük. Mondtuk, hogy nyugodjon meg, ott hagyjuk a klímát, de nem engedett az elveidől. Na ezt ha megértem, mert az értéknövelő a klímás lakás, hogy valaki arra azt mondja, hogy már pedig ide nem szereltek semmit. Ugye, mert klíma az dolog? Persze. Há, persze. A mi főbérlőnk elfelejtett szólni arról, hogy eladja a lakást. Úgy tudtuk meg, hogy egyik reggel benyitott a hálószobánkba két vadidegen emberrel, és azt mondta, ez itt a hálószoba. Nagyon jó ébresztő volt, végül nem tudta elaludni. De képzeld a vevőt, amikor bemész egy lakásba, és ott alszik két ember. Hogy ők tartozik, vagy ők? Szóval azért azt képzeld, hogy az is milyen kemény lehetett. Én pucéran egy szál kukiban ettem a dinnyét a konyhában, erre kopogás nélkül bejött a főbérlő nő, átronyolt a nappaliba, és közölte, hogy micsoda, csak annyit kiabált, hogy nem láttam. Ja, hogy igen, hogy bejött az ajtón, igen, csak hogy hát ugye nem vettem észre, és nem hallottam, rengeteget kiabált az ajtó előtt, beronyolt, úgyhogy messzelőről láttam a szobába. Kaptuk ezt is SMS-ben. Az első főbérlőm egy idős 70-es nénike volt, 40 ezer kedvezményt adott havonta, ha vasárnap reggelente elkísérem templomba és a temetőbe. Főiskolásként mondanom sem kell, hogy egy hosszúra nyúlt szombateste után igazi wellness volt a másfél órás reggeli 8-as mise, majd a 2 órás temető látogatás. Megismerhettem a család összes tagját az elmúlt 150 évből. Itt fekszik, nagyapám. Atya úristen. Laktam olyan albérletbe, ahol naponta jött át a főbérlő, reggel 7:30-kor kopogott, mert meg akarta öntözni a folyosón lévő 2 darab virágot. Ezt miért csinálják? Akarják látni, hogy mi történik a lakásukban valószínű. Ugye? Ez egy folyamatos felügyelet, mert hogy bármi megkarcolódik, pedig hát elméletileg az benne van, ahogy mit tudom én, valamihez odaütsz valamit. Tehát... Hát igen, meg egy picit szerintem ilyen családtagként is kezdenek el kezelni, tehát hogy ilyen pótgyerek, stb. Hát a nővérem sem vagyok ott minden reggel 6-kor. Hát nem? Igen, van még egy SMS. Márta néni Pesten nem közölte velünk, hogy ő is ott fog lakni velünk együtt a lakásban, amit béreltünk, csak ő indíthatta el a mosógépet, senki más. Az ő és a mi szobánk között csak egy szekrénysor volt az elválasztó fal. A legjobb meglepetés az volt, amikor az egyik munkából hazaérve széttett lábokkal lapozott a szobájában, az ablakon beszűrődő napon. Nem sokáig bírtuk Márta néni társaságát. Elhúzott függöny. És a süni is jó van Márta néni. Azért, mikor Márta néni ott napoztatja a csúnyáját a nappaliban. Köldöktől lefelé szívja magába a D-vitamint. Jó, hát kell a D-vitamin. Na jó van. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Igen, igen, én vagyok. Nem, én nekem vagyok. Van szülinapom. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel. Én csak úgy itt vagyok. 8 óra múlt 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Szegeden, a turnénk harmadik állomásán, a Dugonics téren egyébként, és óriási mázlink van, mert hogy kapjuk az SMS-eket, hogy hol szakad az eső, hol milyen idő van. Itt nem. Tehát itt úgy néz ki, 10-ig kitart az időjárás, nem esik az eső. Már a nap is kisütni látszott néhány másodperc erejéig, de hát aztán ezt a támadást visszaverték, ugye? A felhők minden esetre kitartunk, és nem esik az eső. Már ez is jó. Óriási. Ez is jó. Megúsztuk. Eddig még megúsztuk. Szegediek nagyon-nagyon kedvesek. Köszönjük szépen. Nagyon szép számban jöttetek ki. Kapjuk egymás után az ajándékcsomagot. Tehát nyilván ez elsősorban Ferének szól, hiszen ő a születésnapos. 49. így most van. Most is kaptunk valamilyen kávét. Azt mondja, hogy nézem, van benne Granoderma, Bukake, Monster Dildo. Ezeket mind nem ismerünk. Összetevők. Ez pedig kapta egy ilyen kávét? Istenem, hát miért nem kapok ilyen kávét? Én kétségével írni. Örök reggelig. Jobbendőn, Fejér Suzuki-ban, Supertrafi-ban vigyázzatok. Aztán nagyon boldog szülinapot kívánunk Ferinek. Az én drága anyukámnak is ma van. Neki is, én is. És akkor így egyben felköszöntöm mindkettőjüket. Igen, feletésre értezik, már 45 éves. Mindenki most úgy próbálja magát adásba csempészni, hogy rajtad keresztül. Isten értesse, Ferit, én is ma születtem, Kata írta nekünk. Tehát jönnek az önmagukat. Igen, az önmagukat felköszöntők, akik álszent szemét módon a Ferin keresztül próbálják magukat felköszönteni. Nem szép dolog, de mindenkinek boldog szülinapot, persze, aki Ferivel együtt ünnepli a születését.
születésnapját. M3-oson lehet haladni befelé a Szerencs utcánál, ma kivételesen nincs baleset, az M1-esen a 86-os kilométernél a hídról, mérnek a rendőrök Hegyeshalom felé, ez Dávid 94 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, tényleg keresik az emberek, a kedves hallgatók a kapcsolódási pontokat, nekem is születésnapom van, én is amnéziás vagyok, én is csak bringázni tudok. Ez ami rád vonatkozik, az, ja, nem, az amnézia, igen. A hát az ugye ott van. Jó, hát gyerekek, nem jó az arcmemóriám, de most már emlékszem rá, te voltál az, akivel beszélgettem októberben 2,5 órát. Jaj, hagyjad már! Hát most megismertem a tömegből. Mit szólsz? Milyen jó vagy, így fél óra után emlékszel rám. Fél óra után hogy megismertem? Zseniális vagy. Csak úgy a szavarás előtt egy piros keresztet kellett rajzolni a homlokára. Igen, itt meg vagyok jelölve. Peti régen írt, Polgár Petiről van szó, városhimnuszokat, és ezt tegnap-tegnap előtt elfelejtettük bejátszani. Én már nem emlékszem, meghallgatjuk, hogy Szegedre mi vagyunk. Iszonyatosan felkészültek vagyunk. Nem, a promóban benne van egyébként. Benne van? Pici részlet, igen. Hallgassuk már meg, hogy Szegedre milyen városhimnuszt írt. Ez egy évekkel ezelőtt, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt írta ezeket. Ez egy rövid kis részlet. Kint van adásban, halljátok? Ja, emlékszem. Én kérek elnézést, Szeged. Ez lesz az indulónk, jó? Ez bármikor elkezdem játszani tízig, énekelni kell annak, aki körülötted áll, jó? Igen. Csak a Szegedet, Szeged. Jó? Jó volt. Indítsd el még egyszer. Próbáljuk meg újra. Jó. Valaki ez váratlanul lépjél oda, úgy a Szegednél, és be kell, hogy mondja a Szegedet. Aztán legyen már kórus is mindenki egyszerre. És aztán egyszerre beordítósat. Jó, indítom. Próbáljátok elkapni, hogy hol van Szeged, jó? Egy helyen van egyébként, ugye? Sing Hallelujah, Szeged. Ez így néz ki. Figyeljetek. Váratlanul, én már látom a hölgyet mögötte. Jó lesz. Szeged. Jó volt? Jó. Szeged. Jó. Nagyon. Most. Szeged. Jók vagyunk egyébként. Oké. Okay. Jó, most legyen egy nagy kórus. Szeged. Jaj, pici persze volt, a hang egy kicsit később ért. Egy nagy Szegedet szeretnél? Egy közös Szegedet? Egy nagyot. Jó, aki Feri körül, aki Feri, hogy kezd mondani? Hagyja csak, értik, vagy igen. Nem. Aki ott áll Feri mellett. Aki itt jó? Van az ongya, hogy Szeged. Miért bonyolítom? Tényleg, miért bonyolítom? Gyere. Na figyeljetek. Ez mi? Ez a Békés Csaba. Na jó, ez majd holnap. Jó, oké, menjünk. Nem is emlékeztem, oké. Nagyon jók vagytok, nagyon jók vagytok, legalább, ennyi. Így legalább az ország másik részében, vagy többi részében is hallottak, hogy legalább 6-an vannak itt. Tehát, hogy... ilyen a mi kis szegedi kórusunk. Egyébként meg csinált Székesfehérvárra, elfelejtettük beadni a fehérvárjáknak, és Szombathelyre is. Visszafele adjuk meg nekik. Szombathely? Szombathely zseniális. Nem is emlékeztem annyira, már annyira primitív csoda, hogy azért fizettünk. és ezt még kifizettük a Petének egyébként. Figyelj, egészen nagyon jó, figyelj. Ez régen sokkal jobbnak tűnt. Nem jó, ez volt. Úristen. Jó, Fehérvárra sem emlékszem, de akkor most hallgassuk meg Fehérvárt is, nem? Mit üzen Peti régen, sok-sok évvel ezelőtt a fehérváriaknak? Nagyon fáradt. Jó volt. Egyébként majdnem minden városnak tudott hímnuszt írni. Hát a kalappal. Csinálni ezekből, hogy 50 darabot. Tehát azért ez kell az agy. Figyelj, csak ne haragudj, tényleg hadd kérdezzem meg. Reggel 6 óta itt állsz, és a telefonoddal te videózol, vagy közvetítesz? Közvetítek. Kinek? Élőben? Igen. Az internetre? Nem. A Sláger rádiónak, hogy mennyien vannak a kitelepülésén. Bocsi. Jó, az jó, menő. Mutasd jó. meg, hogy nálunk mennyien vannak egy kitelepülésen. Az, hogy Gábor ezt meglátja, elbőgi magát. Szegény, Istenem, amikor még mentek, akkor sem volt ilyen. Gyerekek, egy Music FM-es kémek vannak közöttünk, vigyázzunk akkor ezzel, vigyázzunk, mert jöttek megnézni. Vigyétek hátra! Vigyétek hátra, igen. Kapjátok el! Na, lejátsszuk a csempézős játékunkat? Kérdezem én Hostess lányainkat, hogy felkészültünk erre a játék határok nélkül játékot meghazudtoló játékunkra. Ott vannak már a lányok. Átverekedjük magunkat a tömegen. Csókolom, drága. Jól tetszik lenni? Jó. Köszönöm. Valaki megfogta a fenekem. Csókolom. Jó egészsége. Tessék? Tavaly is találkoztunk. Nem emlékszel, Balázs?
Mondtam, hogy milyen sovány. A Feri? Hát magát szeretem. Ugye? Lefogyott a Feri. Csókolom. Ugye lefogyott a Feri. Csomót fogyott. Megmeri fogni a Balázs fenekét? Tessék meg. Még egyszer. Ah, gyerekek! Na, milyen volt? Jó. Jó? Ugye? Jó, jó. Tetszett minket jönni megnézni csak úgy? Nem, minden rögge hallgatlak benneteket. Komolyan? Minden rögge 8 óráig. 8 óráig. És 8-kor mi van? Piac? Vagyok. 8-kor elég lesz belőlünk. Tévé. Mit tetszik nézni a tévében? Mindent, ami van. Tényleg? Igen. Nem Csák Zsuzsát, a Mokkával. A jó megmondja. Azt is, meg téged is. Én reggel nem vagyok. De, szombaton. Ismétlik azt mindenhol. Szombat este, ez egy ilyen pajzán műsor. Azt tetszik nézni szombat este? Hát az egy ilyen csúnyarról, szexista dolgok vannak benne. Nézi, csak leveszi a hangot. Tetszik nézni a szombat estét? Igen. Volt a Feri most benne. Volt, tudom, nagy szakálla volt. Kicsit ilyen Bin Ladenesbe nyomta akkor még. Egy terrorista. És mit tetszik még nézni? Mit tetszik még nézni a tévében? Milyen műsorokat? Igen, Szulejmán? Szulejmán megy volna? Szulejmánt is. Azt tudom, azt szeretik. Mámmal lesz. Mámmal lesz. Szombat este, Szulejmán. És így együtt tetszett jönni hárman? Nem, ketten vagyunk. Ja, ketten, csókolom. Onoka húgom. Igen, egy nevet tessék mondani. Én Rózsika vagyok. Én Marika Rózsika vagyok. Rózsika, Marika. Mindenhol az vannak. Az anyámat is így hívják, ez nem lehet véletlen. Hát, Marika. Jó, köszönöm. És még vannak ketten az osztályban. Kerülben egy ritka név. Őtet is szeretem nagyon. Hogy is hívják? Hogy is hívják, Jani? Jani! Ez miért, hogy ezt mindig te kapod? Most még az, hogy a kis Janika. Ez miért van, hogy ezt mindig te kapod? Én viszont hármuk közül fel tudnám ásni a kertjét mindjárt. Ő ebben a legügyesebb. De soha ingyen. Nincs kertem. Van kert, igen? Nem. Tetszik kicsit gazdálkodni? Gazdálkodok, igen. Mit terem a kertben? Mi van? Hát csak virág. Virág? Egy kis zöldség. Meg egy kis zöldség. Hmm. Zöldséget én is termesztek, csak illegális, ezért nem. Nem nagyon lehet bemondani. Mar akarok venni paradicsompalántát. Paradicsompalántát. Az jó. De tudsz te ennek köré. Paradicsompalántát. Próbáltam megnézni, hogy néz ki, mert én mindig csak ilyen zacskóba látom. Minden napra jusson egy vagy két szem. Egyszer édesanyám elkezdett epret termeszteni a kertbe, illetve az erkélyen. A muskát is a ládákban. Egy kis eprem látom. Na most elmondom, egy év alatt egy szem eper, és a család így körbeállt és tapsoltunk, hogy meglett az epertermés. Egy szem, érted? Azért, mikor fölvágott hat felé, azért nem eszel belőle sokat. Nagyon örültünk neki. Tessék? Szeretlek benneteket, aranyosak vagy. Hát, így, köszönjük hát, szépen. Kedvesek, minden rögge. Nagyon szeretlek. A Ferit is, a Balázs is, meg őt is ott. Igen. És hogy is hívják? Háromat. Hogy is hívják ott is? Józsikát? Nagyon aranyosok vagyok. A szakállas meg a műsor, az a kis gonosz, az a kis gonosz. Meg a kis arcodat megfogom. Na, játszunk egyet. Tessék még maradni egy kicsit. Jó, nyugodtan. Nyugodtan, csempészős játékunkhoz érkeztünk. Hát mindenhol vannak. Minden jó, jó hallgatóink vannak, az a helyzet. Azt hittem, ti vagytok a játékosok, mondom. Ki játszik? Zsuzsanna. Mi játszunk, Robi? Robi. Évi. Robi, Évi. Éviék lesztek, Éviék, ők Éviék. Jó, legyen jó, Évi csapat, azt meg jó, tudom Évi érezni. Csapat. És a másik oldalon kik vannak? Hello. Ági. Évi. Éviék. Évi egy Évi. Írjuk, hogy meg tudjuk jegyezni. Feri, ismerteted a játékszabályokat? Igen, így ismertetem. Ki kell választanotok, hogy vagy a hármas képet rakjátok ki, vagy Balást. Vagy őt ott. Őt ott. A kis Józsikát. Jani. A kis gondos. Vagy engem. A kis gyálit. Ezt kell kiválasztanotok, elindul az óra, és aki hamarabb felcsempéz, az viszi a 100 000 forint értékű. De nagyon-nagyon figyeljetek arra oda, hogy hagyjatok hézagot a csempék között, hogy szép legyen a fuga között. Ezt így séromoltad. És ezt így elmondod. Van ilyen pisztoly, amivel ugye be kell rakni a csemperagasztót, és föl kell pisztolyozni a csempére. Ezt én láttam, amikor rányitottam Janira, hogy neki is nagyon jól megy a csempére pisztolyozás. Mindig ezt csinálom egyébként. Szereti a fejével összemazatolni a csempét. Általában a szállodában mindig a csempére pisztolyozni. Nem tudom, a szponzor örül, hogy ez jutott eszünkbe erről. Jó, persze, örül, az imádja. Hát de tényleg kell így pisztolyozni, nem? Hát ezt meg kell tanulni kezelni. Hát így van, de nem jó egyébként, hogy az ember saját maga csinálna. Sokkal jobb, ha ezt egy burkolóra bízzuk. És hogy legyen függőben a felület. Kinyomó pisztoly, itt van a ragasztó, itt van a leválasztó. Kit választotok? Évi egy? Ferencet szeretném. Ez a beszél. Ez a beszél. Köszönöm. A szülinapos. Rakjuk ki a szülinapos. Így is van. Akkor mindenki engem rakjon ki. Józsikát valaki? A kicsi gonosz totta. Évi kettőjék.
Ferit választjuk. Ne legyetek már ilyenek, Janit. Na, nem lehet, Feriből egy van. Kell a francnak a kegyelem választani. Kegyelemből beválasztottatok. Akkor engem raktok. Jó lesz a Feri oda is. Van, nincs két Feri, nincs Feri. Nincs ennyi Feri. Nincs ennyi Feri. Hiába akármekkora testértet, két csempe nem jön ki belőle. Jó, de a Feri 16 csempéből rakják, akkor 8-8. Igen, a Ferinek légi felvételről van. Igen, csak messziről tudtam befotózni. Leszettük a Google Earth-ről. Ahogy hájkolódom az óceán partján. A Ferit egy drónról fotózták rá a csempére. Na, indítjuk az órát, őrületesen izgalmas, 100 000 forint. Van valaki, aki éppen lakást felújít, vagy neki akar állni, vagy szép fürdőszobát akár akar magát. Minden rendben van? Minden. Kicsit elengedted, nem érdeket. Ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, 100 000-ért azért tudok beletenni valamit a pecóba. Aha, átruházható az utalvány? A szponzort kérdezik? A szponzort. Átruházhatom, mert Jani 30-ért átvenni. Én egy 20-ast akartam bedobni, de lányok itt, lakásfelújítás, valami? Aha. Tépőzáros a szája. Kicsit sercegünk, na most megoldódott. Szóval mondjátok, lányok, bocsánat. Hát még nem próbáltam, de ha jól megy, akkor otthon is. Teljes. Nekiálltok, jól van. Elindítjuk az órát, jó, mehet a játék, jó? Aki előbb kirakja az egyik műsorvezetőt, az viszi a 100 000-et. Indíthatjuk az órát, mehetünk, jó? Nagyon fontos, hogy a feladathoz megfelelő anyagot kell kiválasztani. Nyomjuk, mindig. Mehet. Na, hajrá, toljátok, mert egyébként percek alatt el fog dőlni a verseny. Így van, ugye először ki kell rakni a csempéből, hogy jól rakjuk aztán föl a falra, tehát szépen, mint a mozaik darabokat, össze kell rakni Janit. Nagyon aki egyébként nagyon snájdik is, fehéringben fotózkodott. Egészen ja, mikor fotóztuk tényleg? Nem tudom, de testidegen rajtad ez a fehéring. Nem, most is az van rajtam, csak már fekete. Leugrik rólad, hogy egy ilyen szépen vasalt ingben vagy, nem szoktál. Az nagyon jó egyébként, hogy egy csomó célszerszámunk van, ami egy picit lassítja a műveleteket. János, ezen az oldalon kirakták, nem tudom, Vikiek csapata a másik oldalon, Ferivel hogy áll? Már régen, meg vagyok. Feri már megvan. Na, de csak fordítsuk meg, mert nem, vagy ide, akkor rögtön, amikor ragasztó. Most elkezdték a lányok rányomni a ragasztót a falra. Aha, vagy a csempére, vagy mi ez? Nyomja. Az a helyzet, közben hogy... már ragaszthatok. Így van. Hogy nagyon jó. A lányok vezetnek, gyerekek. A lányok gyönyörűen tapasztanak. Igen, nagyon jó. Gyerünk. Nagy segítség. Egyébként az érdekes, hogy mindenki fentről lefelé kezdi el, pedig hogyha lentről fölfele haladnánk, akkor az egy picit jobb lenne statikailag. Életemben nem fogtam még, ilyen teljesen hülye vagyok. És még hány ilyen van? Fülyen állunk, kiég a búdiba a WC-n, egy fél évig simán sötétben megyek be. A lányok, hogy azt a mindenit neki! Azt a mindenit neki! Ez megalázó! Na most jövök a rossz hírrel, a rossz hírhoz lehet általában megölik, de én kockáztatok, befejezték a lányok. Hagyjad, igen. Tehát ma... egy rohadt sort raktatok ki belőlem, érted? A fejemet, hajrá, plusz az hogy, drágám? Erről csináljunk egy fotót mindenképp, hogy Ferit hogy sikerült kirakni. Hogy? Kirakták Ferit fejét, és szerintem a combját berakták a nyakára. Nagyon jó. Ez hogy ide? Évikén, kicsim. Igen. Hogy? Nincs sikerült. Semmi baj, nincs ezzel baj. Ezt érdemlem születésnapomra. És én mindenkinek még egy bónusz ajándéképpen a győztes lánypárnak még egy fair play díjat, mert átjöttek erre az oldalra kiröhögni az ellenfelet. Jó, megvagyunk. Aha. Megvan a 100 000-es értékünk is hideg burkolói utalvány. Lányok, használjátok, egészséggel ügyesek voltatok. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk. Igen, jó voltatok, tényleg, ami jó, az jó. Ott van. Hát, meg jó volt az alapanyag, ugye? Hogy tetszett a verseny? Jó, az alap is, igen. Tessék már lefényképezni. Csináljunk néniről egy fotót? Nem, én Józsika megcsinálja. A Józsi, a kis gonosz Józsi megcsinálja. Tessék ide jönni. Jó? Tessék? Ott van az óriás. Tessék, hol az óriás? Óriás! Gyere! Jövök, cicám, itt vagyok. Szombateste jön! Na. Jön a szombateste. Már voltam. De szombateste nem tetszik már aludni? Már 9:30, hát az késő, nem? Még éjfél kósi. Komolyan? Tessék már csinálni rólunk. Én meg a Józsika megcsinálja. Egy keresztemet tetszik még mondani? Még egyszer? Marika, drága, és ilyen későig fent tetszik lenni? Jönnek át a barátnők, és akkor parti van egy kicsit? Igen. Isznak a kontya. Iszunk, összünk. Iszunk, és mi kis alkoholizálás? Nem, el nem ázunk. Konyak, mi? És mi megy tényleg? Igen, este konyak, reggel konyak. Ettől leszünk. Mozgékonyak. Húha, belenéztem a parti képekbe, durva. Nem baj. Mit találtál? Körbeálljátok? Gyertek, tessék. De csak a Balázs alak. Nem, minden én is. Nem. Az óriás is jöjjön? Óriás is jöjjön. Na, ezt mondja, hogy? Megcsinálja a Józsika a fotót, jó? Megcsinálja Józsika, a Józsika ügyeske. Ügyes, na, nem. Na, figyeljetek. Janika. Okay. És bingo. János. Na, jó, most vagyunk mindenki.
Úgy van. Meg vagyunk, csókolom. Köszönjük. Jó egészséget szépen. Kívánunk, aha. Csókoltatjuk. Nem, tényleg belenéztél a fotókba? Mit nem, magamat fotóztam rá, hogy meg tudja jegyezni az arcot. Fotózza Máli magát is, vagy tényleg. Hát én imádom. Kár erre pazarolni a pixeleket. Na jó. Csókolom, puszi, köszönjük, jó egészséget, bocsánat. Átmegyünk. Ne menjél csak sehova te át. Hova, miért? Mi van ott? Mit mond neked az, hogy... Nem ismerek meg senki, gyerekek. Aha. Akivel 10 percnél későbbről beszéltem, Kovács nem ismerem. Kovács Pali bácsi. Kovács oh, Pali bácsi? Uh-huh. Ő az osztályfőnököm volt. Nagyon jó. Igen? A nyolcadikban. És Lajos mond... bácsi. Általános iskolában. Uh-huh. Lajos és mit mond neked az a név, hogy Lulu a kék osztrigából? Várjál. Mondd még. Sóstói ifjúsági tábor, emlékszel? Bocsánat. Sóstói ifjúsági tábor, persze, nyolcadikkal ott voltam, és ő, a gimna... ő az általános iskolai tornataláron volt a Lajos bácsi, aki mindig lepofozott, és beestem uh-huh. a gardróbba. Nagyon jó. Most gyorsan... Tessék? Hogy tetszik? Még benevezni a tehénfehérsbe. Imádlak benneteket. Fejni szeretne? Ha? Igen. Hát nem tudom, hogy megvan. Anikó vagyok. Anikó, csókolom, Anikó. Kezdj csókolom. Egy óra múlva fejünk. Ja. Jó, megvárom. Befejezzük ezt a sztorit, amit az előbb elkezdtünk, és akkor visszatérünk. Megbeszéljük, visszatérünk, jó? Jó. Csókolom. Na. Hol tartottam? Na, na. Menjél csak nyugodtan. Igen. És, igen. És Varga Ági néni. Így van. Varga Ági néni, szerintem ő is, ő pedig a magyar tanárom volt, ha na. minden igaz. Akkor most kaptunk egy fényképet, amit én Jani elé fogok letenni, ne. Megmutatom, hogy hova, megmutatom, hogy hova koncentrálj. Ne. Ez a jó. So... És van még egy név, dr. Börgöndi Józsefné, bőr és nemi beteg, gondolsz. Miért kell minden történetben kihozni azt, hogy én nemi beteg vagyok, nem is értem. Beszélj erről a fiúról. Ez kaptatok egy általános iskolás fénykép. Sóstói ifjúsági táborról aha. kérlek szépen egy fotó. Atya meséljél. Ebben a pillanatban azt mond, kell, hogy mondjam, az hogy az én történelmem leciki fotói is egyébként felértékelődtek. Nagyon durva. Konkrétan nincsen. És gyakorlatilag abban a pozícióban voltál még ebben a csapatban, mint amiben én vagyok ebben a csapatban, hogy a feled látszik csak ezen a képen. És éppen majszolsz valami kis fagyit, és úgy látom, hogy elég rágós, mert a fél pofád, mint egy ilyen hörcsögnek. Úristen, megmondom, mikori képet tartasz a kezedben. 1990 vagy 91, akkor voltam Sóston. 92-ben ballaktam. 91-es. Kitől kaptuk? És 2002 Kettőig hordtad ezt a hajat? Nem, azt az esőkabátot. Igen. Hát csak mondanám, gyerekek, hogy egy fehér sportcipő van rajta, majd menjetek fel az Instára. Gyerekek. És egy bokazokni, amit a tulajdonos, a Sebestyén Balázs kicsit erőltetve, tudod, amikor így húzott fölfelé. Lábszár közép. Akkor még anyám adta rám. Akkor még anyám öltöztetett. És azt mondta, le nem merd venni, kisfiam, mert agyonvágnak. Zseni. Odaléz. Úristen. Kis térnadrág. Ki hozta nekünk? Írt levelet is? Lehet, hogy ismerem. Lehet, hogy régi osztálytársam. Valószínűleg igen. Mert gyere már, légy szíves, hogy arra már nem emlékszem, hogy kitől kaptuk pontosan, tehát hogy milyen összefüggés. Annyiban módosítanám van. Azt, amit Feri mondott, hogy Feri a melletted ülőt mondta, tehát te nem. Ez vagy, ez pedig valamelyik osztálytársad Feri vázolta, nem mellette állt. Nem, az tök ciki, az meg az ő ismersz. Lába. Nem, az nem az nem, ő lába, az... én egy fehér nadrágban vagyok, te hülye, ennyire rossz a szemed. A Feri leírt egy másik gyereket nektek, tehát nem én vagyok fehér zoknak. Én csak postás vagyok. Szia, hello, ciao, és ki a feleséged? A feleségemet Júlcsinak hívják, és alattad járt egyel vagy kettővel a na rá viszont nem emlékszem akkor már, mert az általános osztálytársaimra mindenkire egyébként. Mellettem áll Ásztai Norbert, így hívták, igen, akit Feri egyébként lerajzolt a fehér sportzokniba. Feri, az a Norbi, nem én vagyok. Csak mondom. Hát nekem azt mondták, hogy az vagy te. Hát nézek én rád. És alattam járt a fényes adóba, vagy így hova? Így van, egyel vagy kettővel. És zaklatta, ugye? Azt nekem azt elmondtad, hogy zaklatta a Balázs a Júlcsit. Folyamatosan, és még a mai napig is. Hülye, 12 évesek voltunk, Feri, 17. Már akkor is potens voltál, most ezzel mi a bajod? Nekem meséltél egy 10 éves történetet. Ilyenkor kezdődik ez. Atya úristen, te durva. Emlékszem erre. Komolyan. Elrakhatom ezt a fotót, megtarthatom? Mondd, hogy nem. Nem? Nem lehet? Hívd már fel asszonyt, a főnököt, jó? Hogy elrakhatom ezt a képet. Felhívom a feleségem, és majd üzenek, jó? Jó, jó, köszönöm. Akkor addig... mondják, és fényképezd le a telefonodra. Jó, már ott van egy hölgy szólaltás, megölt. Mi volt a tanács? Bocsánat, mi tetszett? Fényképezd le a telefonoddal. A betyárját, hát, jó. Hát micsoda okos telefonunk van. Jó, hát képzeld el, én minden reggel téged hallgatlak a kutyus sétáltatás között. Amikor a Jani beszél, vagy én, akkor kikapcsolja. Hát a sziszi kutyám, én meg hallgatlak. És melyikünk hangjára kezd el kakilni? Tehát jaj, drágám, az nem
úgy megy. Nem, nem. És a Sziszi kutya? Nem. Tudjátok, az a baj, hogy mindent elnevettek. De mi egy ilyen világébresztő műsor vagyunk. Na, azért nagyon szeretem, mikor olyan jó dolgokat mondasz. Olyan jó dolgokat mondasz, oktatod az embereket. Hát igen. Hát vannak jó dolgok is. Van, kevés. Mindenről beszélsz, van témád. Az van. Hát ez a jó. Bocs. Nem érdekel. Azt ajánlom, hogy vágasd le szakállat. Végre, drágám. Na, majd ha kell divattanács, akkor szok a Janinak valamit. És az asszony szereti? Imádja. Jó. Imádja, de nem csak ő, hanem ma már többen jelezték, hogy végre egy férfi, és? Akinek nő rendeszőrzet az arcát. De nem tetszett átvenni, hosszabb volt, tehát igen, felé visszavágatta. Igen, de annak örülök, hogy leszoktál cigarettáról. Na látom. Igen, nagyon leszokott. Boldog volt. Én még a szakállamat levágom, akkor esetleg már hozzám is mond egy jót. Szépen megnőtt. Ilyenek ezek a hajam. Tetszem? Igen, most igen? Már jól nézek. Fölhívom a feleségemet, megijatunk egy kávé 10 óra után. Olyan szép két gyerekeid van, nekem 12 unokám van és 5 dédunokám. Jó lehet nálatok a karácsony. Képzeld el, mikor 28-nak főzök, majd meghalom. 70 éves leszek a jövő hónapban. Tessék már valamit a Janiról is mondani, mert olyan érzékeny. Jani, imádom, igen? Hát szeretem, nagyon. Nagyon jó vagyok. A szombatesti műsorban. Visszajöttem. Humoros bemondásai van. Szombatesti, mindenki ilyen később igen, van? Igen, szeretjük azt a műsort, nagyon jó. Tessék írni levelet Kolosi Péternek, hogy ne vegye le a képernyőről. RTL a műsorunk. Így van. Meg a klassz. É, vége? Vagy mi? Nem, most nyári szünetre megyünk, de lesz majd. Ja. Csókolom, köszönjük, csókolom. Köszönjük, sikerült a pároddal beszélni? Nem. Sikerül, de azt mondja, hogy nem adja oda. Nem adja oda. Ez az egyetlen olyan képer rólad, ami ilyen régi. Így van. Ráadásul a Blik ígért érte 10 000 forint. Pont ezt akartam, hogy el akarja adni a Hot magazinnak. De most mi a francnak őrizgeti? A Balázsról egy régi képet? Hát látod, úgy látszik, hogy még valami szintén kötő. Ott még valami dobog. Elrakom, lefotózom és akkor visszaadom. Jó? Tüntesd le. A bizonyíték. Így van. Tényd össze is nyelvre. 3.90 pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Húzd még egy kicsit, míg kiérek. Itt vagyunk. Ezt hallgass, figyeld már, akkor is. Ez az, már megy kórusban. Nagyon jók vagytok. Döbbenet, hogy ezt mi a Petinek kifizettük, nem? Igen. Ugye? Igen. Tehát erre mi fizettük. Az baj, akkor még nem raktál bele a problematikus részeket a szerződésben, pedig vissza tudnánk kérni. És egyébként nagyon kedvesek, nagyon helyesek a szegediek, mert egyre másra érkeznek a születésnapi jókívánságok és ajándékok Ferinek is, és lassan szerintem azt is eltalálják, hogy hány éves lesz Feri, boldog 49-e. Oh, de jó! Akkor a rohadék vagyok, én mondtam el 6-szor a 49-et, és küldtek Ferinek egy krémes 49-essel. Két gyertyával. Így van. Egy 4-es és egy 9-es. Ha lecsípem a tetét, és akkor 64-re is jó lesz még majd. 69-re. Gyújtsuk már meg, és akkor csináljunk az Instára egy videót. Majd én kimegyek a barátaimhoz, jó? Mert ti izék vagytok. Szemetek. Kérdezte egyébként a rétesász, hogy megkaptuk-e az ajándékát, drágák vagytok, köszönjük, megérkezett minden. Erőt, egészséget, tisztelete, jó szolgálatot önöknek is. Így van. Hát, muszáj volt, mert mi van? Ne állítsál meg. Ez az én születésnapom. Most hova viszed? Ide, a barátaimhoz kijövök, mert ők szeretnek, nem olyan rohadékok, mint ti. Tessék. De meg kéne gyújtani, vagy majd a végén? Van tüzed? Feri. Gyújtsuk meg. Figyelj, ez nagyon jó, hogy ott állsz a tér közepén egy tortával. Igen, ez ráadásul egy krémes torta. Ez egy hatalmas krémes. Emberes, na, mondjuk. Jó, halkan a boldog születésnapot. Tessék. Rajta. Szeged. Boldog szüli napot. Várjál, magamat veszem. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot, Feri. Szeged. Boldog szüli napot. Éjjön Feri! Veszem magamat is, itt vagyok én is. Boldog szülinapot, Feri, de azért te vagy a legjobb Balázs. Tehát még... Így van. Szeged. Szeged a legjobb. Ki látta Fredit az Eurovízió? Láttátok Ferit? Nem voltam. Vagy Fredit, bocsánat. Idén még nem indult. Mi volt? Tovább jutott? Mert nem láttam Eurovízió. Tovább, benn van, első 10-ben vagyunk. Így van. Első 10-be. Hát már a tegnapi adás első 10-e megy tovább szombatra. Az első tovább jutott 10. Az első, tehát beszavazták. Dal. Én még nem hallottam ezt a dalt. Mi nem játszok azért, és én nem hallottam. Pajonyír! Jó az új Freddy dal, jó? Te szeretjük? Ismered? Igen? Igen. Sort énekelj el belőle. Nem. Freddy. Az a neve, hogy Pajonyír. Szeged. Pajonyír. Szeged. A legjobb arc. Őt nagyon szeretem. Igazi lokál patrióta. Ki tudja az nem, dalt? Senki? Nem akartok énekelni, nem kell, csak hogy jó, tehát jó a dal. Na, de mindjárt belehallgatunk, megkeresem. Kérsz a krémesemből? Akkor idézzetek egy korábbi Freddy slágerből. Most? Beleharapjál? Szeretnéd, hogy beleharapjál?
Mit csinálsz? Hallgat, semmi, odaadtam a krémesemet, mert én rendes vagyok. Rendes vagy, Peri. Látod? Mindenedet látod, odaadod, nem emlékeztél Feri rá, most már Ferihez dörgölődzik. Igen. Figyeljetek csak, hogy írják a nem. Freddy E, csak más vagyok. Nem, így szólnál a végén. És egy D. Pioneer. Az a dalcím, hogy úttörő. Igen. Mert vagy a Pioneer támogatja. Volt egy korábbi, de most változatlan a Kisdobos volt a címe. Na, csak egy pillanatra hallgassunk már bele a dalba. Tényleg kíváncsiak, én nem hallottam még ezt a dalt, de hát ha magyar van kint az Eurovízión, akkor drukkoljunk. When you need to run away from what... Jó, na. Nem basszus, még ennyitől is könnyű szokott a szemembe. De figyelj, jó, hát elérzékenyültem. Freddy egyébként annyira ilyen amerikai feje van, nem? Tehát ilyen világsztár fejű a srác egyébként, nem? A csajok imádják valószínűleg. Napszemüveg, kigombolt ing, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen... is világsztár feje, mert Guinness Bookban való. Ekkora burrátban. Jó, de nekem a méret és a súly. Azt mondjátok meg, hogy... Közben addig bejátszom, mondjad, igen. Hogy miért kellett őt lefredizni? Mert ő fehérvári Gábor Alfredként kezdte. Mondjuk ez nem egy könnyű név, nyilván. Uh-huh. De hogy miért lett ő Freddy? Mert ez egy éve van, hogy ő Freddy. Előtte, amikor ő föltűnt, őt Fehérvári Gábor Alfrednak hívják. Biztos, hát gondolom, hogy egy ilyen művész nevet kellett találni. Lát, Freddy? Lett egy menedzsere, aki okos. Sok pénzért. Álljátok, a dalt nagyon szeretik. Mondjuk ezt már Wolf Katinál is megjártuk azért. Katina, igen. Kati is ugye nagy esélyes volt. Elkönyvelték már győztesnek előre. És akkor van egy ilyen fütty rész benne? Milyen rész? Fütty. Ja. Igen, nem rossz a dal. Oh, nem, jó nem a csávó egyébként, írgalmatlan jól énekel. Jól énekel? Jól. Ilyen hang hol volt eddig? Hát most tűnt fel, ugye egy-két évvel ezelőtt volt egy slágerdal, amivel berobbant, és ez a Mary Jo, ugye, hát ami nyilván egy... Két keresztnév. Egy női és egy férfi, azt gondolom. De nem, az a berobban, de hát ilyen hanggal előtt hol volt? Hát csak így megérkezett már készen szinte. Gyakorolt, hogy ilyen legyen. De jó. Na hát rukkoljunk neki, így van. Nem nézek Eurovíziót, mikor van? Szombaton? Szombat még csütörtökön van ugye egy elődöntő. Hát azok tegnapi... mind gyengék, gondolom. Ja, hát, nem? Érted. Szombaton magadat nézed. Hát basz meg a másik. Na, szombaton van pont az Eurovízió? Igen. Basszus, megint nem lett nézett akkor. Megint nem lesz nézett a műsorom. Miért szombatra teszik az Eurovíziót? Miért csinálják ezt? Jó, drukkoljunk Feredinek akkor. Drukkolunk, nem? Jó. Én nagyon drukkolok neki. Jó lenne a szép helyezést érnek. Ki volt a legjobb? A Báj Alex a tizedik helyen? Ő volt eddig a legjobb, nem, ugye? Nem, Friderika volt, neki volt egy négy. Negyedik lett Friderika. Ő volt az első, azt hiszem, aki kijutott, de ez nem egészen biztos, de talán így volt, és akkor azzal a kicsit szomorkás egyszálgitáros dallal, akinek mondja már Vétkeimet cíművel lett ő negyedik. Mondd el nekem, Feri. Gyere. Én kíváncsi vagyok, szeretem ezeket a régi sztorikat, hogy aztán később elévehesd. Arra emlékeztek, amikor Charlie Kim volt, és senki nem értette. Hát, az, senki nem értette, pedig én imádom Charlie-t, nagyon szeretem. Mert ő itthon sztár. Igen, van, ő a magyar Joker. És így kiment az Eurovízióra, és tudom, hogy senki nem értette, semmit nem értett semmiből. Emlékeztek erre? Fölment Charlie a színpadra egymagában, elénekelt egy dalt, és mindenki dermedten állt. Pedig Charlie egyébként kiváló. Óriási. Kiváló, hát csak akkor az nem Eurovízióra. És akkor való többi ország volt. Már ugye 20 éveseket indított, mondjuk max 30 éveseket, tehát Fritz volt mindenki fiatal, lendületes, és megjött Charlie a maga 60-ával, hát az igen, mi nagyon szerettük, senki más Európában. Igen, az fura volt, meg az is fura volt, hogy a Hunnadal nem jutott ki. Na jó, hát az volt a furcsa. Kevesebbet kellett beszólni az MTV-ára nekem, és akkor lehet, hogy lett volna igen. Az első az még csak átcsúsz, hát ha nem hallották, de aztán rátettél még egy lapáttal. Nem egyel. Ott el is vágtam. A biztonság kedvéért. Ott el is vágtam magunkat, igen. Na jól van, oké, gyorsan még egy-két SMS, amivel tudunk segíteni. A 228-as kilométernél a 3-as főúton mérik a Miskolc felől jövők sebességét, ezt Laci küldte nekünk. Balázs Varga Ági néni fizikatanár volt, szép napot, valaki nagyon kemény helyre. Tehát Varga Ági néni egyébként tényleg egy apró termetű kicsi kis fizikatanár volt a fotó alapján. Igen, Emi néni volt a magyar tanár, Emi néni. A fizikatanárunk egy pici apró kis, nagyon szigorú néni volt. Ti emlékeztek még az általános tanáraitokra? Senki? Hát, osztálytársakra? Senki? Én osztálytársakra nem. Mindenkire emlékszem. Név szerint tudom az osztálytársaimat. Én csak a sajátjaimat. M0-a Csepeli lehajtónál Győr felé a külső sávon kamiongumi fekszik, balesetveszélyes, mindenki figyeljen, Sütis Viktor küldte ezt nekünk. Néhány esernyő kinyílt. Melegük van a napsütés miatt, az véget kinyitják, hogy ne süljenek meg itt.
Most már ne kezdjen el esni az eső. Hát most már, hát, már eddig nem esett, nem? Hát most már ússzuk. Jézusom, nem akarok majd valami kis falucskában melletted lakni, és így egy közös padon osztozkodni, mert folyamatosan nem, nézd na, már, elment egy, ez egy, nézd, elment egy piros Skoda. Hol van még Marika néni? Nincs még itt, csak ő viszont... Kinyíltak az ernyők. Marika néni nincs még itt? Hol van Marika néni? Ott van Marika néni, ő tudja, hogy lesz eső vagy nem. Marika néni megmondja nekünk, de ő felnéz az égre, igazi, szegedi lakosként, ő elmondja, hogy kell félni esőtől, vagy nem kell félni az esőtől, mert itt már többen esernyőt itt. Csókolom, maga is tudja, hogy esni fog? Olyan meglepett a kérdés, hát egy picit szemerkél, de nem beszél. Nem beszél. Ez micsoda? Ez a Vadon Janinak meg neked. Nem hozott a Balázsnak? De jó, nem, végre! De várjál, ez hatalmas krémes, és ebből meg... Betyárkörte, hogy lát. Az micsoda? Ez meg ilyen kefíres, ez egy remek cukrás. De a kefíres az a Balázsé? Mindegy. Nem, a Balázsé tejtaxival hozzá. Köszönj, de miért kapt? Jó. Nagyon aranyosak, te aranyos tetszik lenni. Maga adta. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Marikám életem, hol van? Ott van, ami drága Marika nénink, csak egy mondat erejéig. Nézd meg, micsoda esernyője. Milyen helyes esernyője van Marika néninek? Szép az ernyőm. Gyönyörű, drágám. Gyönyörű. Marikám életem, itt Szegeden hogy van? Mert mindig, ahol vidéki városokban, falvakban fölnéznek az idősek az égre, megmondják, hogy vörös az ég, a szél lesz. Ha a jegenyefa jobbra dől, akkor kivágták ilyeneket. Ugye, itt mi van? Az én anyám meg apám fölnézett az égre, és mindig azt mondta, hogy na, eső lesz, gyerekek. És lett? Lett. Előbb-utóbb. Nem volt akkor ilyen, hogy rádió, meg minden, hogy meteorológusok. Azt mondjuk nem volt baj, hogy ez nem volt. És most lesz a föltetszetézi? Mit tetszik? A következő egy órát megúszunk? Esőt, egész héten lesz eső. Tényleg? Igen. Melyik érzi a csontjába? Érzem. Melyikbe? Itt a hátul. Azt mondom, válba, ugye jobb vál? Jobb vál. Te is ott érzed már, Feri. Az a jobb vál az eső, a bal az meg a táska rosszul van fönn. Lehet, hogy így ugye? Van. Mondom én. Lehet. Marika néni, jól főz, biztos jól tetszik főzni, nem? Ugye? Jó, mi a specialitás? Mit tetszik jól csinálni valami? Túros csuszát. Jó, igen, szereti? Nagyon szereti, szeretem, igen. Nincs otthon egy kis tiszta szobája, hogy ez a fióda költözze magához. De van, lehet jönni. Kostra! Lehet jönni. Tényleg? Lehet. Halászlevet csinál? Igen, azt Szögedi. Is. Szögedit. Én bármire kapható vagyok. Jó. Jó, tessék jönni. Na, hát megmondom a címemet, de nem most. Rafkós maga, Marika, rafkós. Jól van, csókoltatjuk. Tessék még maradni egy kicsit, jó? Tessék még maradni. Nagyon helyes, köszönjük szépen. 4 perc, pontosan 9 óra, nem sokára tehénfejős játékunkkal tesszük föl erre a hatalmas I betűre, azt a hatalmas pontot. Jó, most ez így jött. Na, menjünk. Hajrá, a pozit. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! És a szeretlek Balázs, amit megbeszéltünk. Szeretlek Balázs! Édes vagy, de és drága vagy. És kívánlak Jani, amit megbeszéltünk. Itt, fiútól! Én is szeretlek Balázs! Nem, kívánlak Jani! Persze! Hello, drága Békés Savaiak, itt vagyunk. Ne tudjátok meg, megnéztem egy ilyen időjárás térképet. Gyerekek, Pápán, Székesfehérváron, Velencén, Balaton, mindenhol szakad az eső. Ahova mi megyünk, ott kisüt a nap. Ennyi. Érzitek, milyen auránk van, Feri? Ez mindig így van. Te vagy a Csaba, hogy nem mennek az emberek közelebb jönni hozzánk? Mert van az üvegstúdió előtt egy ilyen 3 méteres rész, hogy nem, csak meséltem rólatok tegnap. Azért mondom, mert a Jani mindig szokott stage divingolni, és ha ráesik a betonra, nagyon összedöri magát. Tehát, hogy gyertek egy kicsit közelebb nyugodtan, mert a János beugrik a tömegbe, akkor senki nem kapja el, és mi lesz? Szattan a betonon, és vége van. Szeretnék úszni a kezeken. Tényleg, csináljunk már majd. Volt ilyen egyébként egy budapesti kitelepülésen, egyszer eljátszottuk, és nagyon szépen hátraadogattak, csak aztán nem adogattak vissza. Igen. Elvitték, leszedtek róla a gyűrűt, ékszert, aztán meg kellett keresnem az aluljárót, és visszamenni a másik oldala. Igen. Na, itt vagyunk, és tényleg kiváló az idő, hát irigykednek ránk azok, akik már írták, hogy ugye szakad az eső, Székesfehérvár, Sopron, Pápa, Veszprém, mindenhol írták, hogy de jó nekünk, és a végső Andorban például havazik. Ott például havazik. Észrevettétek egyébként, hogy
hogy ilyen kicsit kezd átmenni a Ajmér Szilárdba Balázs, hogy naponta hatszor mond egyébként. Kérek, mert én örülök, szereti, ennyi. Hát én örülök. De itt is azt nézem egyébként, hogy megvan a bátrabb tömeg, aki az üvegstúdióhoz jön, és a hátul kicsit félszegen nézelődő, jó fej ez a Balázs, vagy nem jó fej? Elárulom, nem! Még nem tudom eldönteni, a szimpatikus is, kicsit, hogy sokat ül benn, nem jön ki, a Feri kim van, de most kijött, lehet, hogy jó fej, nézd ott a Jani. Olyat akarok vezetni! Halló, főnök! Állj meg! Mi az ott? Olyat akarok vezetni. Tessék, azt, mint a nekem főnök. Találták volna ki. Ez a te autód, János, igen. Igen. Egy személyes, kicsike. Békés Csabát. Tök jó lett volna. Miért nem áll meg? Nem hal? Nem picit balra, arra? Mert az egy oszlop. Mit hallgat? Csaba rádiót? Hát mérjen kegyetlen. Hát, és visszafordul. Visszafordul. Aha. Oda néz, jön vissza. Lehet, hogyha állítsátok valaki meg. Állítsa meg. Egy ilyen kis söprűs gép. De azt mondja, nem tudsz ilyet vezetni. Neked nincs jogosítvány. De tudod, fogadjuk, hogy automata váltós, és hogy az feküdj egész olyan, mint egy Dodge. Feküdj elé, Szeg, nem áll. Szaladj, most szaladj már. Nézd, megállították. Elnézést, ilyen hajszik. Bocsánat. Ne tessék elmenni. Nem, ő nem humoros, ha bácsi. De a polgármester úr nem tudna rá csörögni, biztos van forró vonal. Helyjük fel a polgármester. Józsi, hagyd a takarítást, gyere vissza a télen, arról a télenben Balázsik keresnek. Image van, imagebe vagyunk. Imagebe vagyunk. De azon gondolkoztam, hogy a Feri elé fekszel, átmegy rajtad. Ez át. Simán. Ez, hát azért rajtam simán. Nem, feldobta volna mellel. Ennyi. Egy ilyen kis Dodge-szerű kis gépet kell elképzelni azoknak, mondjuk, akik nem látják, akik, ami ugye úgy befele söpör, és akkor így maga alá söpör mindent. Egy ilyen kis, hát egy ilyen kis pici kis zöld kis gépecske. Ez olyan tényleg a te autód lehetne. Bekapott egy biciklist. Mondjuk, és most kiköpte. Sárvédőt kiköpi hátul. Mondjuk ezzel jönnél át Kazincbarcikára, az egy 8-10 órás út lenne. Még a 47-est fölsöpröm. Na, mindjárt ott vagyok. Figyeljetek. Nem akar velem fotót, ne erőszakoskodjál már. Azt. Dehogy. Állj már oda mellé, állj oda. Én akarnék. Ugye te nem akartál? De, akartam. Kicsit lecsúszott hátul a kezed, csak mondom. És megfogja a fenekemet. Így van. Fogták most a tiédet. Hát igen. Figyelj. Tegnap rámarkoltak a fenekemre. Mondjuk Margit néni volt, azt hiszem, hogy a Margit néni mi volt. Igen. Miért van az, hogy a Ferit ennyire szeretik? Én Lőrincen, hogyha valakivel így találkozom, átmegy a másik oldal. Biztos van valami oka. Biztos. Tudja, hogy nyilván kujjarász egy kis aprót, és nem akar adni. Tehát, hogy... Tényleg. Úristen, ott a János megint fog aprót kérni. Jani, mondjuk van egy Billásod, tudom szeretni a Balázstól autogramot. Figyeljetek, beszéltük a asztalásban már egy pár héttel ezelőtt, hogyha Csabára jövünk, akkor megpróbáljunk előkeresni a Rákóczi ikreket. Ne legyél már kegyetlen, de melyiket? Feri balkézről született utódjait, akiket egyelőre még nem vállal fel. Mert úgy hallottuk, hogy a helyi óvodában van külön Rákóczi csoport. Persze, így is van. Az mondjuk elég ciki, a még mindig óvodásak. Ja, mert őre 20 éve laktam itt. Úgyhogy azért az úgy kellemetlen lenne, de lehet. Hát, 20 évesek nem fejlődnek. Még mindig óvicsok egyébként. Az elmúlt hetekben akárki szóba került Csabáról, annak volt valami kis liaisonja a Ferivel. Azért az biztos. Ne akard már szegényeket bántani. Hát most. Ott a hölgyet kérdezzük már meg melletted, hogy volt-e valami. Volt valami a Ferivel? Szia! Hello! Hogy hívnak? Hello! Engem Ibolyának hívnak. Ibolya, drága, jöttél minket megnézni? Meg megyek dolgozni. Uh-huh. Mit dolgozol, Ibolya? Hát, kormányhivatal. Aja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 j
beszéltünk. Igen. Titeket küldelek? Csekkolni minket? Egyébként lehet. Nem, itt megyünk el. Igen. Gyerekek, jön a Simicska brigád, csekkoljuk már le őket. Egy kicsit gyorsan a kutyafáját, nézzük már meg, mit csinálok. Nem akarok indiszkrét lenni. Feri, szagolgattál annak idején egy boját? Alul. Alulról, bocsánat, igen. Ivo, és hányra kell beérned? 8-ra? Fél nyolc. Előtte kijöttél minket megnézni. Igen. És milyen? Jó? Remek. Remek? Nem láttalak benneteket, csak szoktalak hallgatni. Ugye? De élőben sokkal szimpatikusabbak sokkal vagyunk, nem? Ugye? Abszolút. Ugye? Abszolút. Jól van, na. Szegeden csináltunk egy ilyen kis közönség találkozós részt, és mi nagyon szerettünk, hogy egy Feri ide-oda lépegetett valakihez, kérdeztünk, lehet-e beszélgettünk. Lehetett tőlünk kérdezni, igen, itt vagyunk. Ott van egy fehér hölgy mellette, Ferenc, csak hogy áldogál, és úgy néz. Nem olyan, igen, miért a többiek mind afroamerikaiak. Tudod, egy fehér hölgy. Nem, úgy értesem. Többiek futkároznak. De többiek elfutnak. Igen, hogy hívnak? Szia! Anikó. Anikó, hello, te mit csinálsz, Anikó? Én házi orvos mellett vagyok, asszisztens. Hoppá! Te jó! És hol van most a házi doki? Még alszik, még pihen, nem? Ő alszik. Alszik. És te viszed helyette? Nem, te rendel, a szabadnapos vagyok. Ja, az, ja, azért. De már simán meg tudsz írni recepteket, meg ilyenek. Próbálkozok. Hát ennyi idő után az már megy. A nővérem is ezt csinálja egy
egyébként, és nála ezzel is szokott fordulni, hogy a doktor egy picit elalszik, és akkor viszi a boltot. Nálunk is ugyanígy. Ez klasszik mindenütt így van. Elmegy ügyet intézni, valóban addig te megírod az átlag gyógyszereket. Így van, pontosan. Házi orvos egy kicsit beszugyókál, és akkor gyorsan kitöltött helyette a dolgot. Kell neki is pihenni. Hát egy kicsit hadd pihenjen, persze, van, persze. Jól van, jó munkát kívánunk. Köszi, neked, bárma szabadnapot. Azért vették ki szabadnapot, mert hogy jönünk? Komolyan, miattunk? De cuki vagy. De helyes vagy. Most jön ez a tudod, én meg 3 órakor keltem, és azért jöttem, hogy... Én már egy hetet szabadságot kivettem, hogy idejére. Hol vannak a nyíregyháziak? Itt sátrazom, a Szent Isvártéren. Igen, ott valaki nyíregyházán például 1 órakor kelt azért, illetve nyíregyháza környékén, egy nyíregyházi kis települő. Persze, le se feküdt. Jó? Mióta nem alszol, hogy ide gyere? Hát, tegnap este indultam, hogy 20 órakor. Tegnap este honnan? Horvátországból? Honnan indultál? Nem, Nyírbogátról. Azt a minden, jó hosszú volt. Este 8-kor indultál? Igen, este 8-kor indultál. Mivel jött? Mivel bringával? Szekérrel. Vonattal. Egy lopott traktorra. Este 8-kor. Igen. Este 8-kor a bogáti vonatra felszálltál, az elvitt Nyíregyházára. Debrecenbe, ott... Hát Máté, Szolnokra, a Szolnokra ide jöttem. Mondjuk? Dács Eszpresszel. Gyerekek, azért ez egy ilyen jaliféle történet. Öregem, ez kemény. Gratulálok. Csak azért, hogy itt legyél velünk. Igen. Nagyon drága vagy. Jössz át Kazincbarcikára? Ne, az már van. De akartam, hogy most indulj el, mert akkor holnapra ott vagy. Amilyen vonat, átszállások vannak, azért az úgy kemény, igen. Mennyi idő? Este 8-tól mikor értél ide? 1:10. 1:10? És akkor 4 órát még itt sétáltál az üres Szent Istvántéren? Nem, ott a padon ültem. Ez már tényleg ilyen szociodráma. Nem mondod komolyan, mint ültél 5 órát a padon? Portásokat nem mondják, ott ültem padon. Ők is fölkeltetek, öreg, menj már, na, itt aludjál a padon, hallod, menj már, picit. Tényleg? Igen, tényleg. De drága vagy, csak azért, hogy lássál bennünket. Igen, igen, azért. De miért? Hát most mondta, hogy lásson bennünket. Na jó, de hogy komolyan, hát ez már megható ez a történet, komolyan mondom. És nem lépett oda hozzád senki, jó napot kívánok. Nem, itt rendes emberek laknak, ez Békés Csaba. Személyi igazolvány, laktizsárgyát. Üldögélünk. És mit csinált 5 óra alatt? Nézegetted a madarakat, vártad, hogy jöjjön a hajnal, láttad, hogy áll az üvegstúdió, ami még üres. És igen, csak igen, azért jöttem azt hiszem, igen. És aludtál picit? Ezt szuszokáltam csak. Gyerekek, volt egy hallgatónk, aki őrizte az üvegstúdiót, hogy el ne vigyék. Hát milyen rendes? Milyen rendes ember? Ilyen a büdzsé már nincs, aki őrizze. Rosszul állunk. Hallgatók melegváltásba őrzik a stúdiót. Akkor 10-kor mész ki és indulsz vissza. Igen, 10:20 kamerja vonat. És este 8-ra otthon vagy. Nem tudom. Majd lesz valahogy. És asszonynak mit mondtál, hova mész? Hm? Hát ide. Igen? Elhitte? El. Mondtam, mész a fenébe, persze, mész a Balázsékhoz, ne hamuzzál itt nekem, persze. Hát nem tudom, hogy van valakit Szolnokon is, meg Debrecenben is volt be. Voltatok 2 éve Debrecenben. Voltatok 2 éve ott Debrecenben. Voltam. Oda is jöttél? Igen. Ott is voltam. Mennyit vonatoztál? 30 órát? Hát nem, az 1 óra hosszabb. Jó, hát az neked már meg se kottyán. Fogadd meg, hogyha lesz őszi túrnénk, és a legmesszebbi pontra eljössz, ahol vagyunk az országban hozzá. Tehát ha vegyünk Szombathely vagy Győr, akkor te ott leszel. Ott leszek. Ennyi. Látod? Azt a mindenit. Ez a lojalitás nagyon tetszik. Nagyon szépen köszönjük. De észrevettétek egyiket, bocsánat, hogy rögtön átnyergelek egy másik témára, hogy kóstolgat minket a kis... Az autógépes, igen, egy kering körülöttünk. Én úgy érzem, hogy ez egy felkérés, egy táncra, hogy ő valójában azért szeretné, hogy egy mennék egy kört. Igen, úgy sem ezt vezetni. Itt van a 4 decink, itt van. Már keresem is. Ja, várja, erre van. Ott, ja, azon az oldalon nézd, csak indíts el majd a játékot, még nem játszunk, csak mondjon valamit nekünk. Tegnap ugye... Mondja azt, van, hogy 0,5 deci. Hello, jó reggel, ciao. Az Instára ígértünk képet oda, majd. Most nem a kutya miatt jövök életem, állj meg egy pillanatra. Hello. Mi a rekordunk eddig? Mennyit mértél? Mi volt a legtöbb? Hm? 1 liter. Oh! Így ez mindenség itt neki, 1 liter, a betyárját. Jól van, jól hangzik egyébként, jól hangzik. Megböklek a Facebookon. Na, itt áll egy hölgy Feri sárgában, jó? De most engem tényleg szivatsz, hogy az egyik tél egyik kicsit részéről a másikra. Egy lépés neked csak. Egy csak ja, ő az, akkor jövök, semmi gond. Kell. Bocsánat, tegnap megünnepeltük a szülinapomat, és a foglalkozás elérte a célját, kicsit ugrom 1-2 dologra. Azt én tudom, 00:30 az én erkélyem alatt ment. Igen. Nem én voltam. Hello. Ez 00:30, mert csókolom. Jó napot kívánok.
kezi csókolom. Jó napot kívánok önöknek. Nagyon kezi csókolom. Viszont kívánjuk. Minden rendben tetszett találni a téren, mert kicsit ilyen sorsolási hát bizottság igen, elnöke igen, jelleg. Nem olyan régen jöttem. Csak úgy tetszek minket megnézni. Igen. Na és milyen a Feri élőben? Még nagyobb, mi? Hát, hogy őszinte legyen. Na. Rosszabbra számít. Rosszabbnak. Igen, nagyon jól néz ki. Rosszabbra tetszett számítani, tényleg? Komolyan mondom. Komolyan. De mire gondolt? Sokkal erősebb. Mondja ki, nem erős, kövére. Igaz. És az mert ez a két szemét állat ezt mondja 7 éve, hogy én milyen ekkora kövér gyerek. Hát nem látszik innen, hogy hány kilós. Abszolút. Úgyhogy tényleg nagyon jól néz ki. Vedd le a pólót. Nem őket. Mármint te akkor Feri. Azért hazamennének. Ferencem, hallott, téged néztek meg először. Én imádnak. Pont olyanok, ahogy gondoltam, de önbe kellemesen csalódtam. Drága, és már megérte. Kellemesen csalódtam, sokkal lepukkantabbnak néz ki a képeket. Igen. Hihetetlen, hogy ez a fotó mennyit csal. Legalább 10 évet fiatalodott élőbe, Ferenc. Nagyon drága, köszönöm. És szívemből mondtam. Elmenjünk így pár százan egy picit arrébb, hogy kettesbe tudjanak maradni. Ami megdumáljuk, nyugi. Milyen itt a Békés Csaba élet, jó? Jó, jó, jó. Igen? Jó. Igen, igen. Hát nem olyan, mint Pest. Hát Pest az más. Lányom, de nem mennék fel Pestre, semmi szín alatt. Én nem. Is megbántam már. Nem csodálom. Figyelj. Csak több lehetőség van ott, ez az igazság. Csak mondom egyébként közben, bocsánat, hogy hostess lányaink életük kockáztatásával megállították ezt a takarítógépet. Igen. Elé vetették magukat azért, hogy János egy kicsit dodzsemezhessen. Csak mondom egyébként a lányoknak, hogy mindent azért ne ajánljatok fel, amit én nem kapok meg tőletek, azt ő se kapja meg. Igen. Kérdés, hogy a lányok valójában mit ajánlottak tényleg, hogy vezethesd egy kicsit a dodzsemet, de szerintem ez egy elutasító választ kaptunk? Nem, igen. Nem, én láttam a bácsin, aha, hogy ő szigorú, egy ilyen Niki Lauda szigorúsággal vezeti ezt a gépet, és már el is robogott egyébként. Frigid! El is robogott a kis sárga szirénájával. Oda is kipörgeti a kereket, nagyon komoly gép pedig. Igen. Na jól van. Hogy látt akkor itt. Ja, legalább, mondjuk aha, ez ebbe igazad van. El is indult szabad kígyós felé. Ki jött a legmesszebbről, drága hallgatóink? Ki jött, ki az, aki 100, 200, 300 kilométert utazott? Na jó. Ott. Itt a lányok, Feri, csak hogy mozogjál egy kicsit, csak köszönöm, meghallgatjuk, hogy honnan jöttek. Nehogy visszahízzak. Gyerekek, Ferencet mozgatjuk azért. Helyen. Helyen. Tehát itt nincs mese. Hello, lányok. Ciao. Mi csináltunk képet is. Sziasztok. Nagyon jó. Ez a hol? Igen. Balázsral is csináltam, nem emlékszel rám? Most itt az előbb. Hogy nem emlékeznek? Hogy mindenki emlékszik. Hát minden emlékszik, ami 2 perccel ezelőtt történt. Aranyhal memóriám van. Debrecen mellől érkeztünk, Bánkról, igen. Szóval 140-145 kilométerről. Azt a hát akkor te, akivel beszéltünk, akkor te voltál a messzebb, ugye? Igen, akkor nem rossz ez se. Már hajna 3-kor fent voltunk. Izgatott voltál? Hát nem, készülöttünk, és 4-kor indultunk. Nem, vizet melegítettek. Igen, vizet kellett hozni a kútról. Persze. Na és milyen vagyok élőben? Na, nagyon jó. Bejön? Tényleg? Tetszik? Ugye? Hát nem. Nézném, barátom van, nem. Jó, nézném, meg is érinthetek. Jó, ha nem lenne barátom. Hát az embernek van barátja, persze, de azért lehetnek pajzán gondolatai. Tehát, hogy azért... Add ide a kis kezed, gyere, most olyat csinálunk, nézd, amiről mindig csak álmodtál. Ide jövünk. Na, várjál. Gyere. Miért sikít? Gyere! Maradj, na, nem fog fájni. Láttad már a boxer a soját? Nem is láttad már a boxer a soját? De most mit gondoltál, hogy oda nyúlhatsz? Hát oda nem, oda még mi se nyúlhatsz. Egy rendes erkölcsös lány, tudod. Hogy kell szakítást úgy előidézni, hogy a lányzó nem tehet semmiről, tudod? A barátja már egy ilyen fenőkéssel elindult ide. Láttam a képeket az Instán! Nem, dolgozik. Mit dolgozik? Biztonsági őr. Nem, heggesztő. Ajajajaj. Egy lábazatba fogja végezni, beengesztve. Isten, végem lesz, elásnak itt valahol engem. Na nem akarod? Akkor gyere vissza. Csókoltatunk. Hát sajnálatot pedig a Cerezi Csempe szponzorája, a gatyája. Kicsit festékfoltos a gatyám. Na jól van, játszunk akkor egyet? Játszunk egyet így a megszólás végére. Melyiket szeretnél? Nem, játsszuk le inkább hírek után. Jó, addig még kicsit fokozzuk az izgalmakat. Tényleg, mert itt most már tényleg az izgalmat tettük fogára. Miért, mit fogsz nyilván a kicsit táncolok még, igen. Megszólaltatunk még valakit. Feri, indulj el valamerre. Csak úgy menj. Nézzük meg még. Ne haragudj, kivel beszélsz telefon? Barátommal. Aja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 j
vagyok, süket vagyok. És mit mondtál éppen a barátodnak? Nem velem beszélnek, nem velem beszélnek. Ne tedd le. Ne gyere ide, ne bánt senki. Szia, Adrián. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Szia. Jó reggelt, hello. Várjál, hallasz bennünket? É,
éppen munkába tartok. Aha, tehát nem hallasz jó. Csókoltatunk, mondd meg neki, jó? Vagy add át az üzenetünket, bárhol is vagy, hall minket egyébként. Igen, nem akarsz vele beszélni? Jó, kivel? Akkor visszaadom a barátnődet, jó? Mit mondott éppen? Mit mondott? Miről beszél? Mit mondtál éppen? Üzleti dolgok. Oh! Üzleti dolog, aha. Uha. Közös bolt van? Nem. Mit csináltok? Hát egy megrendelést fog elintézni. Oh, és erről dumáltatok korra reggel. Üzletember a barátod? Üzletember? Nem. Üzletkötő egyébként más aha, dolog. Üzletkötő. Jó van. Ne dumálja Adrián, a barátnőddel beszélgetünk. Csöndes szemét van. Visszaadom, tessék. Visszaadjuk, csókoltatjuk őket, puszilunk. Jól van. Na, akkor tartunk egy pici szünetet, jó? Aztán lejátszunk majd. Így kell nagyon ízléses emberre tolakodni másnak a magánéletében. Ez gondolkodás nélkül. Így van, szétrollok vagyunk. Persze, ez a legjobb egyébként. Amikor teljesen ártatlan úgy néz bele valaki magánéletébe, hogy utána szakítást idéz el elő. Hányért csináltunk a Balázsóban? Na, játszunk akkor egyet, jó? Tartunk egy pici szünetet, hogy Ákos elmondhassa a híreit, és akkor utána lejátszunk szerintem a csempés játékunkat. Ott van, aki lakást felújít, aki most úgy egyébként már ilyen burkol, vagy fürdőszobát csinál. 100 000 forint értékét. Szeretnénk mi lakást felújítani, de nem kerültünk be a játékba, hát Istenem. Ha még azt azért ne kiabál, de ha nem vagy pozitív, akkor nem is fogsz. Nagyon jó kis idegburkoló utalványt lehet nyerni 100 000 forint értékben, és mindig nagyon-nagyon jól szórakozunk. Igen, ti egy pár vagytok egyébként? Együtt laktok? Igen. Mióta tárta románt? Két éve lakunk együtt. Két éve, de 4 éve vagyunk együtt. Nagyon jó. Két éve költöztetek össze. Meddig fog még tartani? Nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sok. Két éve költöztünk össze, de már nagyon megbántam. Meg valaki egy ilyen őszinte lehetne már egyszer adásban, nem? De aki nagyon meg, mondjuk, igen. Rohadtul utálom az egészet. Az a rohadt papír meg a frankitel. Hol ismerkedtetek meg? Őszintén? Fogalmad nincs. Kocsmába. De jó, hogy érzem én ezeket, hogy erre mindig rá kell kérdezni. Ez romantikus. Komolyan mondom. Egy kocsmában? Pultos lány volt. Pultos lány voltál? Na, hát nem. Ja, hogy a pultos lányként dolgoztál. Hogy hívják, bocsánat? Virág vagyok. Virág. És a párodat hogy hívják? Laci. De Laci mondta, hogy kérek egy nagy fröccsöt, és akkor mondtad, hogy... Viszkikólát. És mondtad, hogy ez szerelem első látása azonnal. És a következő mondat mi volt? Bekapcsolnád a villanydárcot. És mit mondtál neki? Utána? Menjen haza, mert már eléggé kész van. Tényleg? Holnap keresem meg. És imádom. Ja, de ott te mondtad, hogy neked érdeklődésed van, tehát akkor már úgy elindult a kapcsolat. Így van, igen. Na jó, lepattintottad? Le, simán. Hát jó, egy pultos lánya mindenki kikez, nem? Hát azért nehéz nektek. De mi ismerjük egymást, mert szerintem 10 éve. Ó, komolyan. Ez egy ilyen gyerekkori dolog? Hogy... Nem. Akkor egymásról, hogy ő ki, meg én ki vagyok, és akkor így kialakult. Tudtad, hogy a konyak megyet szereti, de a beharovkád. Igen. Megismersz meg, hátslevelű, ugye? Másfél liter, aztán törlés. És esküvő? Hogy állunk az esküvővel? Rágják a fülemet. Kicsoda? Anyós. Anyós, le nem száll az anyós róluk, magodja fáját. Milyen esküvőt szeretnél egyébként? Nem te, hanem... Te hát, gyerek, mezitlábas reggelig tartós. Mezitlábas. Így, egy ilyen belemerülős, ilyen nagyon, olyan, mint a hétvégig szoktuk. Szép, tudom, amikor éjjel egykor Demjé Rózsira vonatoztak. Igen. Hát, és mindenki ilyen zöld zakóba van. Tudom, azt ismerem egyébként. De az egyébként tényleg jó. Zöld zakó. Telesport. Telesport, és még rajta van a márka jelzés. Szóval ilyen mennyasszony szöktetős, nagy, 100 fős, nagy buli? Nagy buli. Az több, jó? Több 100 főnél. Több 100 fő? Több. A nagy a baráti társaság. Hát akkor azt meg kell csinálni. És mi az oka, hogy még nem sikerült rávenni? Ellenáll? Ne engem kérdezz. Mi az oka? Ne állj ellen. Figyelj, egyébként tényleg én is sokáig ellenálltam. Hamarabb szabadulsz. Jó buli. Sok papírmunka. Micsoda? Mire gondolsz, az ültetés rendre? Hát azt úgyis megcsinálják a lányok. Hát az a nincs baj. Nem, jó buli egyébként tényleg. Jó az. Figyelj, este 8-ra már berúgsz, utána már nem is emlékszel semmire. Hajnal 3-kor tömni magadba az orosz krémtortát töltött káposztával. Összekeverve. A torta meleg, a káposzta hideg. Jó az. És ilyen nagy fehér habos-babos ruhába? Nem. Olyan, nem tudom. Gondolkoztunk már rajta, de még nincs meg az elképzelés. Még nincs meg. Nincs. Most hát már még nem adták meg a lehetőséget, hogy elképzeljem. Képzelődni lehet? Hát. De még nem kellett megvalósítani.
És a szülőd, anyukád, apukád mennyire nyomasztja egyébként a párodat, hogy jó lenne? Semennyire. Nincs nyomasztás? Nincs. Vedd már el ezt a szép lányt, de legyél már annyira. Nincs ilyen, mert azért a szülők hajlamosak azért néha nyomasztani. Nem, ők kimaradnak ebből, ránkadják a dolgokat. Meg se hívjátok őket az esküvőre? De, ja, azt hittem. Csak hamar menjenek haza. Hogy hamar jól érezzük magunkat mi is után. A beljebb vagy a karácsonyi meghívással ezzel a mondattal, hogy csak hamar menjenek haza. Ezt most hallották, milyen jó lesz a vasárnapi evéd most nálatok majd, mikor ez így előkerül. Laci, kérsz még enni? Hallottuk mi azt a Balázséknál. Nem azért fizettük ki a Logent, hogy elsevedd. Jó dolog, figyelj, hidd el, én mint pasi a pasinak tudok neked egy tanácsot adni. Hamarabb túl vagy rajta, ez az egyik. Kettő, egyébként tényleg jó buli. Én is sokáig ellenálltam, és aztán rájöttem, hogy jó buli. Ott van mindenki, akit szeret, ezt te kisztok, tök jó, nem kell tőle félni. Utána meg a papírt elrejted egy fiókba, és aztán megpróbálsz nem rá gondolni. Tehát, hogy jó. Maga az esküvő, az egy jó buli. Ami utána jön, az már sokkal szomorúbb. Úgyhogy... És még egy jó tanács, beszélt. És még egy jó tanács, ha közben rágondolsz, nem megcsalás. Ezzel megyünk el a hírekre. Sok boldogságot kívánunk nektek, jó? Köszönjük szépen. Egymáshoz szoktok, hogy az évek telnek, úgy mászik alá, mint a autót szerelnek. Titkos hibáit csak ő tudja, sose lesz már annyira durva, sose lesz már. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csokorra kézben, Zseni. Ezt, ha te választottad, Zseni. Beraktunk egy dalt. Köszönjük. Mindenkinek, aki készül a házasságra, Köszönjük. Aki már házasságban él. Ezt a dalt? Ilyen csak rövid részletek belőle, ugyanaz a bugyi marad örökre, tehát, hogy... Csokor a kézben. Ez egy szép történet. Nagyon szépen köszönjük. A szövegét érdemes az Üllői úti fák dalának még egyszer részletesen kielemezni. Nekem évek kellett, mire leesett, hogy ők miről énekelnek, de aztán átéreztem. Nekem most teljesen. És még mondtam is neked itt a dalat, hogy nem érted teljesen a szöveget, mert ugye itt azért van egy kis hangzavar. Úgy üljetek le ketten, és hallgassátok meg újra. Nagyon jó. Meghoztuk a kedvet az esküvőhöz? Hm? Nagyon. Szegénykém, ugye összetörtünk egy álmot, nem? Most már csak a bögrét kéne, hogy abból tudjunk majd. Persze. Jó lenne, Bali, a farmerodat is levennéd, és kidobnád. Na, mit mond órát fogunk játszani először, mert hogy ilyenkor mindig játszunk, csak mondjuk egyébként, hogy egy romantikus szállodába lehet még egy wellness hétvégét nyerni. Ha azért tartod így, hogy én mondjam ki, mert hogy olvassam el, akkor... Nem kell. Ez János privilégium, de nem kell, mert annyiszor elmondtuk már ott, hogy már így is komolyan mondom, lassan bennünket is meghívhatnak. Hm? Igen, csak minden helyszínen másik hotel. Ja, tényleg? Jó, egy jó hotelba. Na, hát én nem mondom ki, hát nekem ezért külön nem fizetnek. Ki az, aki játszana mit mond órát egyébként, és szeretne egy, hát már annyit voltatok adásban, most még küldjük ebben. Tessék? Hát akkor mi mennénk el a hotelba, hát hamarabb igen mondasz arra az esküvőre, mi? Ki tud nyomósabb érvet, mint hogy egy hamarosan összeházasodó ifjú pár menjen. Ez egy romantikus hétvége, igen, szóval ez egy romantikus hétvége. Egy nagyon romantikus hétvége. Házassági évforduló? Június 6-a, de belefér. Június 6-a. Hát azért az, igen, mondjuk aki házas, az bárki mondhatja ezt, hogy lesz majd valamikor. De tényleg. Tudjuk meg, hogy hányadik, hogy mennyire szomorú a történet. 14. Jézus Isten! Atya Isten, ők menjenek! Már rájuk férzeti gyásznapot azonnal! 14. 14, igen. És milyen jó? 14? Nagyon jó. Komolyan? Mi a hosszú házasság titka? Hm? Egy jó feleség. Meg apa külföldön dolgozik. Nem. Egy szerető, aki tud titkot tartani. Nincsen. Igen? 14 éve együtt? 14. Hát, gyerek... 15 éve vagyunk együtt, de 14 év házasság. Hát gyerekkori kapcsolat ez, nem szinte? Igen. Első igen. Nagy szerelem? Igen. Pedig általában azért az hamar elhal. Már úgy értem, hogy abban nem szokott szerelem vagy a házasság lenni, hanem az ember utána még tovább lép. És hol a pár? Ő dolgozik. Hallgat minket, de dolgozik. Otthon van kipeckett szájjal, nem engedjük ide. És hol a pár? Vállalhatatlan. Igen. És hol a pár idegiszerre panással van most éppen egy szanatórium. Igen, gyógykezelésem van, igen. És akkor két gyermek szinten? Igen. A súlyemelő gyermeke van. Igen, melózik sokat. Igen. Jól van, figyelj, hát én azt gondolom, hogy 14 év házasság után játszhattok egyet, hát szóval ez belefér. Szépen. Mennyire tudtok elmenni egy romantikus hétvégére? Simán. Simán? Jöhetnek ők is? Lerakjuk őket
romantikus, érted? Romantikus. Hát hol, hol romantikus a gyerekkel? Már nagyon, mekkorák már? 8 és 10. 8 és 10, ó. Nem, meg tudjuk oldani, persze. Elengeditek az ősöket bulizni? Oh, igen. Csak mennének már most azon. Igen, végre ne legyenek itthon. Nagyszülők, bárki, akinek le lehet adni. Persze, persze, meg tudjuk oldani. Jó van, vajas, vajas kenyeret tudnak enni a gyerekek. Így van, a mikrót ismerik. Nem, ennyi, de el lesznek persze, nagy a kert, tudnak, tudnak játszani. Nem, mert tényleg egy romantikus hétvégére azért úgy jó elmenni, hogy az ember persze. Csak a párjával, és akkor rózságyba feküdni, meg jó. Kihasználjuk, igen. Kihasználni, dzsakuzizni, meg nem tudom, éjszakai fürdőzni. 14 év után igen, de 20 év után a legromantikusabb hétvége az egy szobában történik az ország másik végében. Édesem, igen, gyönyörű volt a hétvége. Na jó, oké, megmutatjuk akkor, hogy, hogy mi a feladvány. Mit szoktunk ilyenkor mutatni? Ja, még ilyenkor választani lehet, ugye? Csak igen. Én most kint állok az üvegstúdió előtt, és nincs előttem a monitor, úgyhogy... Szólásmondás biztos, hogy van még. Szólásmondás biztos, hogy van. Kérdés, hogy Zsűl be tudja adni. Híres ember szerintem van még. Ez a kettő ez van a még. Kettő. Szólásmondás és híres ember. Híres ember az magyar? Ne, nincs előttem nem, a monitor. Nem Barkóban. Mit mondom? Legyen a szólásmondás. Legyen a szólásmondás. Legyen. Jó, legyen a szólásmondás. Jól van. Oké, okay, gyermek... De segítsetek. Gyermek konstatálta anyuka döntését. Nem á. Nem á. Finoman fölülbíráltuk. Fölülbíráltuk anyut. Jó, én ezt most nem tudom elindítani, de szerintem Zsüle a stúdióval el tudja indítani. Úgyhogy figyelj, jó. Így szól a szólásmondás. Jó, indítjuk az órát, figyelj. Szereti ezt a színját. Visszafelé beszélünk. Művész hevére faszil. Hozzájállat, élete szívben nem aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Hívják a játékosunkat? Erna. Erna. Jézusom, de szockó. Sok szeretettel köszöntjük adásba. Ernát, már is itt vagyunk. Na mutatjuk akkor, jó? Köszi. Szólásmondás, figyelj ide. Lek ödi zohaknum oj. Jézus. Most duplán hallottuk. Az, igen, a fülesbe szerintem, de kifele csak egyszer, nem? Mutatjuk még egyszer, figyelj. Lek ödi zohaknum oj. Aha. Oly, jó. Ebből jó, nem lesz, igen. Lesz hétvége. Igen. Mondd, hogy jó tett helyébe, jót vált. Jó tett helyébe, jót vált. Az volt az. Rohadtul nem az. Igen. Annyira nem az, hogy az el nem, nem tudom mondani. Nem, vagy jó papolgatik tanuló. Várj, megfejtjük. Mutasd még jó. Egyszer, Zsűl. Most egy együtt megfejtjük, mert mi se tudjuk. Jó munkához idő kell. Várj, ne találgassunk. Várj. Jó papi sorti tanuló. Jó munkához. Jobb vagy, mert igen. Jobb vagy, csúfok. Két kolbász volna. Jó légy, mint halálig. Na várj, megmutatjuk még egyszer. Lek ödi. Zohaknum oly. Munká, jó munkához idő kell. Zsűl, ez az? Nyomj egy tapsot, ha igen? Jó munkához idő kell. Oh, az, és tudja! És tudja! Azt a mindenit neki! Na! Na kérem! Ez egy szegedi wellness hotel, ahogy látom. Kitűnő! Egy szegedi wellness hotel. Most azért, mert nem te nyertél, nem kell elmenni. Nézd meg, ahogy izé meghallottam, igen. Sarkon fordult elme. Egy cofos lány mondta, hogy hát ez a Balázs tényleg olyan bunka, ahogy az interneten láttam. Ezért széttrollkodom az oldalukat. Igen. Érezzétek jól magatokat. Köszönjük jó? Szépen. Puszi, köszi. Köszönjük szépen. Szabadság anyáik nélkül két a fölül. Nem. Édesen nagyon cuki. Olyan tündérom. Nagyon cuki vagy. Igen. Na jó, van. Ígérgettük ezt a csempés játékot, de tényleg ez olyan, mint a messiás, hogy soha nem jön el. De lejátszuk, gyerekek. Ez se, a játékhatárok nélkül sehol nincs ez a játékhoz. Komolyan mondom. Tehát, hogy ez elképesztő. 100 000 forintos nyereményért fogunk nem sokára harcolni. Ki kell bennünket rakni. Engem picit nehéz, mert nagy az arcom, és nem fér föl egyébként. A tükör mellé. Hozzám meg nagyító kell. Igen. De nem sokára játszunk, jó? Elégedettek vagytok eddig velünk, jó? Jó? Jó a mulatság? Jó van. Na, akkor elmegyünk. Nézzetek rá egy picit, nem mertek felnézni. Igen, ő az. Jó, az előbb próbáltuk megérintetni, és azt se engedték. Tessék? Ott lehetne. Hogyne, persze, lehetne. Jövök mindjárt. Majd bemegy a stúdiómba. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. 7 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hol vannak a műsorvezetőink? Hát Istenem, itt hello, Feri, hello, Jani, esőben. Hello, drága Kazinc Barcikaiak. Itt vagyunk az esőben, igen, csokkolom ott az első emeleten, a másodikon és mindenhol. Igen, de én szerintem egyébként enyhült. Enyhült a, hogy szokták mondani? Az ereje? Esés. Igen, de az neked, esése. Csak igen. Mondom, neked bent enyhült. Ja, tehát, azért, hogy, mert hogy bejöttem nem vagy közben. Kint. Azt hittem elállt. De közben rájöttem, hogy bejöttem az üvegstúdióval. Talán ezért. Harmadikon, már második, első. Hopp, ott egy néni. Nehogy baj legyen. Kapjuk el. Na, én most néztem rá a telefonomra, én most nem is tudtam egyébként, hogy ma péntek 13-a van. Mondom, ránézek a telefonomra, most látom, május 13 péntek. Bizony. Egyből becsúrantottam. Úristen, nehogy aztán itt valami történjen. Nem lesz hazavezetni Pestig. Komolyan mondom. Gyerekek, képzeljétek el, tegnap olyan jót teniszeztem végre, olyan jót találtam a szálloda mellett egy teniszklubot. Annyira jó arcok voltak, meséltem olyannak is egyébként, a Gömöri teniszklubba játszottam igen, tegnap. Annyira jó fejek voltak. A szobám még felhaladszodott a síráson. Így, majd mesélek én is, ugyanis találkoztam azzal az emberrel, aki téged figyelt teniszezés közben. A portás, aki ott ült, unikumozott fejével. Nem, egy Balázs nevezetű fiatalember, aki elmondta gyerekek, hogy azt a szánalmat. Soha sehol nem látott technikát, amivel Sebestyén Balázs teniszezik. Ő olyat még nem látott, és volt egy Dömpi nevezetű fiatalember. Itt az első sorban csak szegénynek el kellett már mennie szerintem. Akinek hát ugye a súlyára hivatkozólag van ez a becenév, hogy Dömpi, tehát hogy egy picit így van neki egy kicsi súlya. De nagyon jó arc volt. De, és azon kívül, hogy jó arc, gyakorlatilag rommá verte Balázs. Bocsánat, szeretném, hogy 6-4-re nyertem a szettet Dömpi csoda? Ellen. Tényleg, párosban nagyon csúnyán kikaptunk, Dömpi volt az ellenfele. Rettenetesen elvertek minket, én nem párosozom, nagyon rettenetesen kikaptunk. Mondta Dömpi, játszunk egyet egy az egyben. Mondom, Dömpikém, a halálomban vagyok, egy szett. 6-4-re, be kellett, hogy csak persze. Én máshogy hallottam. Itt áll Dömpi az első sorban, csak el kellett mennie már az iskolába. Dömpi, gyere vissza, légy szíves, és mondd el, hogy mennyi lett a vége. Ne, tényleg, nem, a promociós lányaink láttak, jöttek drukkolni. A Zsuzsék ott ültek. De a páros után volt ez a 6-4-es? Még a páros után még 2 órát párosoztunk, és még játszottam egy szettet Dömpivel. Mielőtt nagyon elvertek párosba, és utána jött ez a szánalom. Figyelj, engedjük el őket, hallod, ne legyen már ciki. Igen. Annyira jó arcok voltak, komolyan mondom, rohadt nagy vérszívás megy, ahogy megfogod a labdát, mi hogy fogod Dömpi, ne oda Balázs, Jézus, hogy tudod oda jutni, de nagyon, nagyon jó fejek voltak, tényleg, tehát végre tudtam valakit találni. Megint olyan voltam, mint egy ilyen magányos kisfiú, aki lement, és a sima utcai ruhában nézte őket, hogy hogy játszanak, amíg meg nem szólítottak, hogy akarsz te is játszani, kisfiú? Hát mondom, lehet valakivel. Kisgyerek, vonalon belül vagy, menj, picit létszeres, itt emberek vannak. Takarodj el a pályáról. Ott álltam 10 percig a pálya mellett, mint egy szomorú spániel, mondom, nem hiszem el, hogy ezt megint át kell élnem, amit Békés Csabát. És végre tenisz, valaki megszánt, odajött a Gömöri Sportegyesület vezetője, mondta, hogy akkor játszunk egyet. De, hopp, már hozom is a cuccom, ha nekem előtte, szól. De előtte, hogyha közel mentél volna, akkor hallottad volna a párbeszédet. Most hagyjuk mi 2 szettet nézelődni. Igen, ez volt körülbelül, nézd milyen nyomorult, ott áll egyedül, nincsenek barátai. Figyelj, csorog a nyála. De kicsit így visszahoztad a labdát nekik, meg ilyenek. Persze, visszagulisottam, a salakot kiütöttem a cipőjéből, megtörögettem a homlokukat. Hadd egy picit én is. Hadd legyek a barátod. Ne, aztán megszántak. Úgyhogy nagyon, mondom, 3:30-kor kezdtünk el játszani, és 7 óra, vagy 7:30-kor jöttünk le a pályáról. Úgyhogy óriási volt egyébként, tényleg nagyon helyesek voltak. Szegény Dömpikén pont itt állt, ahol most te, csak szerintem el kellett mennie iskolába. Szegény. Vagy ballag, nem tudom, olyan kis elegánsba volt. Hogy húroztatni ment. Ja, mondta, hogy ő húroz. Igen. Kis húrozógépe van már, és ne, mondta, Dömpi a legnagyobb húrozó bajnok. Tehát Dömpi a legnagyobb király. Itt mindent maga csinál. Mindenkinek az ő utójét, ő húrozza, mondták, hogy küldjem el, egy nap múlva Dömpi visszaküldje. Nagyon jó arcok voltak. Na, azt mondja, hogy gyorsan van egy-két balesetünk, úgyhogy közlekedünk picit, jó? Mielőtt belevágnánk, Kazinc Barcikán az Opel szalonnál trapiznak, csak óvatosan. Hát gyerekek, hát ez hogy van? Már tényleg, már itt is eljövünk ide, és most akkor... bántják a lakosságot, legalább ma hagyjuk őket. Én azt se értem, hogy a Borsodkenben, hogy nincs szabad nap ma, érted, hogy... De nem? De tényleg? Hát milyen világ ez? Hát piros betűs ünnepnek kéne lennie. M3-as bevezető a város felé Szerencs utcánál motoros baleset van, emiatt hatalmas a dugó. Lerobbant egy autó a Szent Imre térnél.
és baleset van az M1-esen és Budapest felé a 102-es kilométernél. A forgalom már torlódik, ezt Voszi küldte nekünk. Rájuk szóljak, hogy ne beszélgessenek? Akkor helyesen kulcsoknak a lányokat mögött. Hello, lányok! Nem, mert így úgy nézett ki oldalra, érted, hogy olvasta a közlekedési híreket, hogy mit, miért nem figyelnek ezek? Kuncognak a lányok. Figyelünk, csak nézem, hogy a gyerek lát-e. Hol a gyerek? Itt. Édesem, hello, jó reggel. Saját? Saját, aha. Igen? Nem, vettem a boltba. Mit mellénk szegődött valahol, és azóta kísér bennünket. Hogy hívnak benneteket? Marian. Marian, és a barátnőden? Réka. Réka. Jöttetek megnézni minket? Jöttünk, igen. Ne, és milyen? Jó, csak ne esni az eső. Most kaptatok sátrat. Hát kaptatok sátrat. Igaz. Is. Aha. Igen. Lakást kellett volna bérelni itt, és akkor úgy jó lett volna. Mindenki az ablakból nézne. Mert a második emeleten néznek. Mivel foglalkoztok, lányok, egyébként? Borsodkemes. Jaj, de érezte. Érezte ezt olyan, hogy szabadnapot kellett volna. Feri. Főleg én. Ne vedd el a... Te mondtad, Feri. Egy jó mondat volt ma reggel, azt is nézd meg elveszi. Igen. Szabi, délutánosok vagytok, vagy Szabit kaptatok? Tessék? Délutánosok vagytok, vagy Szabit kaptatok? Egy kicsit késünk. Ja. Lehet ilyet? Nem, de hogy lehet? Itt se vagyunk amúgy. Ó, jó, nehogy baj legyen. Az első Szabia. Igen. Kivettem. Az év első Szabiát. Ilyen munkabániás vagy, hogy májusban veszed ki az év első Szabiát. Szeretek dolgozni. Szeretem a munkám. Ez pláne szerencsés. Üzen a főnöknek. Igen, üzentél a főnöknek. Nagyon szeretem a munkám. Lehetőleg ne tessék minket bántani, de nem, nincs ezzel baj, eljöttetek mennünket megnézni. Itt az első sorban állnak nagyon helyes hölgyek is egyébként. Igen, nagyon sok nagyon helyes hölgy van. Igen, nagyon kis aranyosak. Nem, te vagy a nagyon helyes, hogy bajusszal, már ne haragudj. Úgy vár, igen, fiatal ember itt áll veletem, és mind a messiás úgy vár. Igen, még egy kicsit előrébb. Sziasztok! Hello! Sziasztok. Lányok, az idősebb hölgyekre gondoltam, jövök. Itt az első sorban. Jövök, csak itt lepkét mit ment találta? A fiatal ember. Igen, most Balázs már állt a pálinkára, és az idősebb hölgyekre. Csókolom, drágáim, jövök, én már ne ijedjen meg élet. Nem, vártuk, vedd már elő is. Azt mondja, vártuk, vedd már elő. Mivel várt engem? Vedd már elő a gázsprét. Hát, hogy ide jön hozzánk, és aláírja a papír, vagy a fényképet. Tessék a Feri tegezni nyugodtan, jó? Te vagyok még olyan öreg, hogy ne tegezhessen. Mindjárt, drágám, megcsináljuk, csak látja, a mikrofon van a kezemben, nem tol. És a másik keze hol van? Hát azt mondja, és a másik keze. Igaza van magának, már csinálom is. Ma mi a kereszt neve, drága? Én Margó vagyok. Margó. Csólyomné, Biro Margit. Margó és Margit. Milyen aranyos lett volna, hogy mondják, Margókám, vedd már elő, mit? Az tényleg, ahogy Janis mondja, az 5001-es Defenol, hogy fújna arcon ezt. Nálad a vágyat. Van a viperáz. Margó, és ki a másik hölgyünk? Margó, hogy hívják, Feri? Mit csinálsz közben? Elkeveredtél. Itt vagyok. Hogy mi a kereszt neve, drága? Gabi. Gabi és Margó, Gabi akik és, itt állnak. Adja már ide az esernyőt, majd én tartom. Na. Jó, ide állok, mert akkor látja magát a Balázs. Szóval hogy állunk ezzel a kazincbarcikai felnőtt tartalommal, Margó? Hogy is van ez, hogy kazincbarcikán nézik a legtöbb felnőtt tartalmat? Ugye nem tudom, emlékeznek-e az itt állók nem arra a kutatása? Nem tudom, nekünk nincs tévénk. Még tévésünk? De internet van. Az van. Na, mert azon nézik, drágám, csak azért. De nagyon ritkán hallani ilyet, hogy nincs tévé, tényleg? Tehát effektíve a lakásban nincsen tévé? De, hogy nem minden helyiségben. Na azért mondom, meglepődtem volna. Szóval kiderült a kutatásból, ugye, hogy Kazincbarcikán megnézték, hogy Magyarországon hol fogyasztják a legtöbb, hát hogy is mondjam, felnőtt tartalmat. Igen. És kiderült, hogy a barcikaiaknál töltik le a legtöbb online tartalmat. Azért ez egy érdekes dolog. Mi azt hittük, hogy ez majd kellemetlenül fogja érinteni a kazincbarcikaiakat, felhívtuk a polgármesterről, és aztán kiderült, hogy ők ezt büszkén vállalják. Ez büszkén vállalja. És jól is teszik. Vállalj. Margókám. Megy a szélesem. Hát van, amikor nézünk. Én tudtam, hogy Margó jó lesz. De mikor, amikor az ura dolgozik, vagy nincs otthon, elmegy horgászni, akkor vagy közösen? Az unokám. Közösen csak. Azt közösen nézik. Nagyon jó. Margó a párjával? Komolyan? Igen. Nagyon helyes. Párja horgászik egyébként? Nem. Nem. Itt valami olyan hangzott volna el, hogy amikor nem megy el horgászni, akkor úgy értettem. Nem horgászunk. Nem, nincsen nagy horgászunk. Mérünk rá horgászni, tudod, a pornó miatt. És a Szulejmán előtt vagy után tetszenek nézni. Meleg. Vagy helyes. Jézus, hogy a helyet. De jó, na végre. Nem megy a Szulejmán, nem tetszik nézni a Szulejmán, Margokám? Szoktuk nézni, igen, szoktuk. Már annak is van egyébként olyan verziója, csak mondom, amikor Hürrem ledobja a göncöt.
igen, a Szűjjémán című. Igen, Szűjjémán. Igen, a főszerepe üvely. Igen. Az a jó, hogy senkiből nem látok semmit, csak esernyőket. Aha. Tehát Feri, egy ilyen esernyő halmaz veszik. Egy megmozgatom, ez vagyok én, igen. A körülbelül, színes. Olyan, mint színjátszó, igen. Amikor a Forma 1-es pilóták között így állnak a grid görlök, és nem látod őket, annyi napernyő van. Tehát Ferit így kell, Ferit így kell elképzelni. Vannak egyáltalán... velünk, hogy tarts az esernyő. Látja, ezért jöttem, valami hasznom nekem is legyen. Csinos a Feri élőbe, Gabikám, csinos? Csinos, csinos. Nagyon csinos, és magas itt a törpékhez képest. De, a jobbó keveset adnak, azt szokták mondani. Igen, magas a mi Ferink. Na, hol van a Polgi? Beszéljünk vele akkor két mondatot gyorsan. Viszont. Hát olyan kedves volt ő is hozzánk. Nagyon, egy rakás ajándékot hozott nekünk, mindenféle kis kerámiákat. Volt köztük olyan is, amit így hirtelen nem tudtunk értelmezni. Aztán elmondta, hogy ezek a kis kerámiák arra valók, hogy reggel meg este egy-egy stampedlit fogyasszon az ember, hogy egyrészt felvezesse, másrészt meg levezesse a napot. És mindegyikünkön az art, mindegyik poárra rá kerámiáztak. Igen, elmondta, hogy melyikünk van, és tentem már. Igen, volt beazonosítani. Az én arcom, csak a homlokom van, mert az arcom nem fért rám. Megjött a polgármester, Szitka Péter. Hello Péter, jó reggel! Jó ciao, reggel! Tartunk egy mikrofon. Hello reggelt kívánok Péter. Nektek! Hát, te nagyon jól tartotok nézd bennünket! Nézd meg, megtapsolják! Mi van veletek? Sőt, még mindig csak hoztunk ajándékot, amit majd szeretnénk nektek. Ne csináljátok, hát így is annyi mindent hoztatok. Ezt szeretnénk titeket. Figyelj, téged itt szeretnek. Igen. A kazinbarcikaiak ilyenek egyébként. Azt mondja, igen. Egy szerény is vagy. Hát az előbb hallottátok. Itt láttátok azt a pillangót, hogy mekkora volt? Én nem láttam pillangót. Körülbelül mekkora volt, mint a tenyerem. Tényleg? Akkor gondold el a többit. Így már értem, hogy miért kedvelnek. És ez egyfajta elvárás a polgármesterrel szemben, hogy amikor a polgármester megjelenik valahol, akkor meg kell tapsolni a helyieknek? Ez... Nem, ez szívből jött. Szerintem, szerintem igen. Meg titeket szeretnek egyébként. De nézzétek, hogy miattatok jöttek. Igen, igen, nagyon helyesek vagyok, még sátrat is hoztatok. Azt hittük, hogy búcsú tapsa választások elő. Most még nevedgél, most még nevedgél. Messze van az még, messze van az még. Hát ad még. A Morning Show-t is idehoztam. Mi kell még? Mit tudok még elhozni? Milyen ajcsit hoztatok? Tényleg nem azért kérdezem, csak én mindennek örülök. Azt mondja, ugye hoztunk pólót, kabátot. Én már nagyon rendesek vagytok. Nagyon helyesek vagytok. Szeretitek a focit? Igen? Hoztunk nektek ilyen, hogyha úgy... Na, ezt hol hallottad? Kicsit unat... Rádióban valaki mondta. Aranyos vagy. Hogyha esetleg szeretnétek csocsózni, szeretnétek a csocsózni. De jó, igen. Mini csocser. Ne. Ez nagyon jó. Olyan mini csocsó, amit tudtok itt is játszani. Azt a mindenét. Megölök. Na, hogy a helyi foci csapatnak a mezével névre szólóan. Hát mi barcika ese? Barcika ese. Jó. Igen. Hanyad osztályban vagyunk most? Harmadba vagyunk. Majd jövünk föl, mint a talajvíz. Igyekszünk. Nagyon helyes. Ha harmad osztályban vagytok, akkor már érik egy stadion, úgyhogy... Gyúrunk rá. Ne. Biztos vannak azok, akik hallgatják. Ide is. Átmész egy másik pártba. Egy stadion érni. Jó, tényleg. Ismerve az erőviszonyokat, ti most nem kaptok stadiont. Nem kapsz te semmit, egy nem lesz stadion. Most nem lesz stadion, csak ha át nem startolsz a másik oldalra. De a pólókon tényleg rajta van a nevünk. Mind itt van, Jani 2016 szertáros. Én mi lehetek, Gyúró? Balázs Gyúró, igen. Balázs Gyúró 2016, igen. És kis sárga mezzel, nagyon helyesek vagytok. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Én labdaszedő gondolom. Úgyhogy még helyi pálinka. Nagyon komolyan mondom, annyira cikik vagytok. És ez az, amit szerettek szerint. Komolyan. Én ide költözöm, és rád rakom az X-et. Hát én meg az XXX-et. Ne már. És mindenkinek hoztatok egyet. De nagyon. Jó fejek vagytok. A kerámikus művészt hogy hívják? Lalák Angelika. Angelika, na köszönjük szépen. Ugye, hogy milyen szép? Nagyon, egy kicsi apó kis tampós poharakra, ő megformázott bennünket, és megcsinált. Igen. Nagyon, nagyon helyes. És van vagytok. Éjszakai, és van nappali, hogy meg tudjátok különböző. Ez egy, miért, helyi, ez egy helyi szokás? Tehát, hogy így reggel egy fieldeci, a nappalok és az éjszakák. Pornó. Hát igen, igen. Ti igen. Tudtátok ezt a kutatást, vagy tőlünk tudtátok meg, amikor fölhívtunk benneteket, hogy milyen jól végzett a város egyébként? Nem, ennek már van hagyománya nálunk, tehát mondom már, hogy 5-6 éve folyamatosan. Nagyon jó, 5-6 éve ti vagytok a legnagyobb online letöltők. Csak próbált azon gondolkozni, hogy mikor rukkol ezzel elő, tehát hogy, meg hogy szabad-e ezzel előrukkolni, és hát itt ugye most itt a jelenlévők is, ahogy mosolyognak, hát ugye az emberek azért büszkék. Most is esik az eső, tehát jó, nyilván most titeket hallgatnak, de hát... De közben mehet, közben. Hát az nem, nincs összefüggés, hogy rádiót hallgat. Hát akkor itt csak bemondod, hogy széles sávot mindenkinek, és megvagy. Nem, tehát tulajdonképpen itt nem kell nagyon nagyot ígérni igazából. Tehát ezt mindenhol bevezetitek az internetet, és mindenkinek jó lesz, ahol még nincs. Mielőtt a politikai pályára léptél, be kellett zárnod a pipsót. Az egy német a sajátod? Sajnos, igen. Nem, azt mondja, hogy a feleségem nevén megy tovább. Úgy szokott ez lenni. A Marika pipsó.
Marika Bistro. Péter, olyan szép a temetőtök, komolyan mondom, nem tudod elintézni, hogy... Egyre bizarabb. Gyerekek, nem láttam még, komolyan mondom, nem láttam még ilyen szép temetőt. Ott a nap, ott a domb oldalában, ahogy jöttem, tegnap még sütött a nap, hát az elképesztően gyönyörű, itt a fenyves között. Tényleg, ez a temetőt mindig szorongat. Van még azért más is, ami szép, tehát hogy azért majd menjünk körbe, azért van. Jó, hát ez volt az első benyomásom, hogy gyerekek, ha lehet választani, akkor én engem idehozzatok. Gyönyörű, komolyan mondom, gyönyörű, hát megtelt. Tudsz neki egy fél helyet intézni legalább. Ez olyan morbid meg. Nem, tök jó. Hogy nem, hogy ebből a legjobb humor csinálni. Balázs, szeretettel várunk, ha eljön a pillanat, ennyi. Abszolút, valami kis ott egy fenyő alá valahova. Most visszamegyek a hivatalba, az lesz az első, hogy kijelöljük azt a parcellát. Hát megtelt, de akkor morbid, nem? Nagyon súlyos, igen. Valahova. Tehát azért addig még csak jöttök. Valahogy erre most ráfizet. Jött autóval, és akkor hiába látta a táblát a kapun, hogy sold out. Janival utaztam másfél órát. Csoda, hogy tetszik egy temetője. Igen, hogy oda vágysz. Csoda, hogy oda vágy. Na jó van, nagyon drágák vagytok. Köszönjük. Mondjad, Péter? Hogy tetszik Kazincbarcik, arról még nem beszéltetek. Úgy nagy általánosság. Figyelj, én azon kívül, hogy rengeteget ingáztam, mert nem találtam meg a hotelt, és a körforgalom és a Mátyás király út másik végét, 25-ször megtettem, mert nem találtam meg, illetve láttam a temetőt és a teniszklubot, még más nem tudtam megnézni, mert beestem, átöltöztem és sötétedésig játszottam. Elmondom, hogy miért tetszik neki, mert a turnénk első és eddig egyetlen olyan állomása volt, ahol tudott teniszezni, tehát szerintem első helyen vagytok. Igen, de az idevezető út az gyönyörű. Tehát, hogy Miskolcról jössz át, az valami elképesztően. Én nem jártam még így, ezt az utat nem jártam, mert nagyon szép. Nagyon szép kis város. Nagyon szép kis város, egyébként hangulatos itt a hegyek között. Igen. Szerintem én töltöttem a legtöbb időt Kazincbarcika utcáin az elmúlt napokban, de semmi más nem láttam, csak a vazét. Megkerestem a hotelt. Ő az állomástól egyébként besétált. Volt ilyen bátor. Igen. Mindenki azt gondolja, igen, az ilyen városok közül, hogy mi meg tudjuk nézni, én mondjuk este érkeztem, tehát már sehova nem mész, Jani, ugye gyalog, Balázs teniszezett, úgyhogy sok benyomás még nincs, de itt maradunk este 8-ig. De az emberek nagyon helyesek. De komolyan mondom, kedvesek, barátságosak, tehát ilyen szívélyesek, nagyon helyesek. A pincértől kezdve a teniszklubon, mert tök baromi helyes mindenki, tényleg. Nem. Jó, állítsd le magad, légy szóval. Most már ez már nekünk kellemetlen, tényleg. A nők. Légy szóval, most már tényleg egy kezeltetés azért nem állítom, mert ez a fajta függőség, érted? Ez a Michael Douglasnek se jött ki a házasságában. Igen, láttunk egy-két helyes asszonkát, ha lehet így mondani. Igen. Péter, drágák vagytok, köszönjük nagyon nektek szépen, még egyszer. Mindent. Nagyon cukik vagytok, köszönjük. Nagyon szívesen, használjátok egészséggel, és hát visszavárunk titeket, amikor csak lehet, jó? Jó, írjatok levelet is az NMH-nak. Jó, hogy hozzájátok meg a frekvenciát, és akkor visszajövünk. Most nem állunk jól ebben a beszélgetésben. Nem állunk túlságosan jól, ahogy tegnap olvastam, hogy megint megbüntettek. Nem állunk jól a kutyafáját, nem állunk jól. Nem lesz. Csúnya világ. Hát, ha még majd én írok nekik levelet, akkor hogy fogtok állni, akkor szerintem. Igen, viszont azt kérdünk, hogy ne írj. Igen, gyerekek, írt a Szitka Péter. Még 3 milliót a Morning Show-ra azonnal, most büntessük meg őket. Csak nehogy eredre utasítson majd Kövér László. Szitka úr, üljön már le, legyen szíves. Igen, vettük az adást. Állítsok már le valaki! Vagy a mi van. Péter, csokkoltatunk, köszönjük szépen. Nagyon jó, köszönjük minden. Helyesek vagytok, hogy ilyen kedvesen fogadtok bennünket. Nagyon jó fej a polgitok, komolyan mondom. De nézd meg, és taps, és ahogy bejött, akkor is taps, ahogy kimegy, akkor is. Én hihetetlen. És még integetni se kell, hogy tapsoljál már, mégiscsak. Jóféle pál lesz, mester úr, most jó? Most nézem, vihos körte, pálinka. Nagyon jó néz ki. Mert nem vezetnék, még komolyan azt is mondanám, hogy egy stampóval azért úgy kicsit ide kony mögé, nem? Egy picit tegyünk be, de hát nem, lehet természetesen. Na jól van, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Aztán jövünk a Mit mond Dóra játékunkkal. Őrület lesz, komolyan őrület lesz. Úgyhogy nem sokára ezt lejátszok, illetve a két játékunk is még hátra van. És ha minden igaz, akkor 8 után pedig hívjuk Fredit, aki itt van az Eurovízión. Holnap lép színpadra a mi Fredink. És rácsörgünk egy röpke kis hangulatjelentés erejéig, hogy mondja el, hogy milyen az Eurovízió. Aztán Stockholmban van éppen? Stockholm. És hát Justin Timberlake is fellép. Az Jézus Mária, ez a karrierje vége, ha már ő egy Eurovízión fellép. Mert igen, azért, hogy ott nincsenek nagy nevek, csak ki... Detroitban. De hogy ennek semmi kezeket. Én követem Instán, és most láttam, hogy még Kámban van egyébként. Tehát, hogy azért... De Justin Timberlake-et követed az Instagramon? Hát, valamiért nagyon beragadt neki ez a sztori, igen. Ő egy tehetséges srác. Nagyon jó zenét sem, meg szerintem egyébként... Ne, ott, igen. Igen, van egy-két olyan jó filmje, amiben annyira jó tátszik, hogy az valami elképesztő. Házi pálinkák, temetők és Justin Timberlake. Ez a három. 2016-ban. Értsd meg, kiszámíthatatlan vagyok. Sose elhagyott boltok. Sose fogsz igazán kiismerni. Hát nem lehet. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
vadonatúj Justin Timberlake. Jézusom, fantasztikus volt tényleg. Figyeljetek, én nem tudom, ki van vele. Én azt a Balázs sokkal jobban kedveltem, aki a Guns N' Roses régi dicsőségéről áradozik órákon keresztül. Ez a mostani, akinek jár a térde egy új Justin Timberlake számra, ez egy picit egy más nekem. Én a You Could Be Mine-tól is beindulok, meg a Paradise City-től is, de közben Justin Timberlake-et is kedvelem, tök más. Egy kicsit Jacksonos, jól táncol, jól énekel, de tehetséges fiú. Ezzel nem mutatja, kicsit, hogy mennyiféle oldala van, látod? Ezt szeretned, vagy azt szeretned, egy kicsit ezt is hallgatsz, kicsit azt is hallgatsz, közben még Jackot is hallgatok, nem, érted? Nem, és Zizi Labort is nagyon szeretem. Igen, persze, hogy hívják, igen. Axelrose, Justin Timberlake és a Janicsák, igen, ők a legnagyobb kedvencei. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva, köszi Bali, ezt a jó kis Justin számot látod, már jobb kedvem is, tehát Eni küldte. Köszöntelek benneteket, Barcikán, 6 és fél éves kisfiam, aki rajongotok, most megkérdezte, anya, akkor a Balázsik a rádióban vannak, vagy a Rákóczi téren? Próbáltam Benedeknek elmagyarázni, de nem hiszem, hogy megértette, úgyhogy ha esik, ha fúj, a kislányom is felkelt, így meglátogatunk benneteket az egész családdal. Nehéz dolog ez, igen, hogy tényleg nem otthon, itten, és mégis szól mindenütt, nem megy el. Elintéztem, hogy 8 órára eláll az eső. Aha. Hogy nézél a hátad mögé? Nem intéztem el. Úristen, de rosszul nézhozott ki. Úristen, arra megy. Higgyétek el, arra megy. Jusson eszetekbe, Bali, hogy 8 órakor azt ígérte, az eső eláll. Aha. Jó, ez csak úgy jusson eszetek. Ez fog jutni, csak neked nem fog majd eszébe jutni. Igen, mondtam, amikor 8-kor még szakad, és ezt megkérdezitek, hogy Bali, mi van, jó, igen, akkor majd szóljatok meg, hogy... Na ki jött a legmesszebbről? Játsszuk ezt a kártyát itt is. Ki az, aki 3 napja van úton, nem evett, nem ivott, egy padon aludt 8,5 órát, és komolyan mondom, egy hete már utazik, csak hogy itt legyen Barcikán. Mesélj, honnan? Barcikáról. Azt mondjuk messze. Na, messze jó reggelt. Jó, várjál, jövök. Hello, ciao. Még mondani akart, honnan, tessék. Na. Én nem Üdről jöttem. Hát segíts egy kicsit. Az 50 kilométerre van Miskolc. Hát Miskolc 25, de ne, 50. De vicces, ez az, hogy ördög szekérbe legurulom a Ferivel konkrétan. Tehát, hogy... Már úgy jöttünk Csabáról. Csabáról átgurultunk ördög szekérbe. Mondjuk ebből azért egy ilyen 3-4 métert megnéznék. Ahogy Ferivel ördög szekérbe gurulunk. Az Manchesterből. Manchester? Igen. Az? Igen. Oh, yes. Az, yes. Az, nem mondani, az messze van. Az nem. Vas megye? Nem. Mondani akartam, hogy London, ha Londonból jöttél volna, azt mondtam volna rá, hogy a 6. legnagyobb magyar város. Mert egyébként tényleg így van. Tehát London már így hívják, hogy a 6. legnagyobb magyar város. Annyi magyar van kint. Manchesterből nem, ma jöttem, de... És mit csinálsz Manchesterben? Őszintén megmondom, most egy hete költöztünk haza, úgyhogy... Hazajöttél? Mennyit voltál kint? 7 évet. 7 évet? Azt, és mit csináltál? Dolgoztam. De drága vagy, ezt én értem, persze, mindenki azért megy ki egyébként. És miért jöttél haza? Hát, aki kimegy általában megtalálja a számítását, főleg ennyi év után már azt mondják, hogy akkor már nagyobb esélye tud az ember ott boldogulni. Mert született egy kisfiunk, és... De jó, A család az nagyon fontos, úgyhogy... De helyes vagy. Majdnem kérdezzük, hogy pont most, amikor padlón van a font. Ez egy angol állampolgárság, érted? Mindenek megkap. Azt nem kapott. Júniusban úgyis szavaznak, aztán ha nem teljesen normálisak, akkor még az is lehet, hogy jön a Brexit, kilépnek, és akkor annak mindenki megissza a levét. És milyen kint jobb egyébként? Mert nagyon sokan mennek ki. 6 vagy 700 ezer magyar van kint. Hát most teljesen Angliában érzem magam, de... Ugye? Ez most de igen. Annyi napfény, mint itt van, hát Angliában egész évben nincs, úgyhogy... Hát ott nincs túl jó idő. Nincs túl jó idő. És úgy befogadnak barátságosok, mert azt lehet hallani, hogy az ember kim van évekig, de valahogy az angolok annyira zártak, hogy igazából soha nem úgy néznek rád, mint akit elfogadnak, hogy befogadnak. Azt lehet érezni? Hát lehet. Lehet, ugye? Igen. Na jól van. Örülünk, hogy itthon vagy. Egyelőre te nyertél, hát Manchester nem tudjuk bele. Hát nem. Országhatárain belül esetleg valaki, aki egy padon aludt. Te honnan jöttél? Barcikáról. Ő lesz a stabil bemondó Barcikával. Óriási. Beszéltem olyan a ház végéből. No. De bátor kirándulás, drágám. Jött a legközelebbről. Ki jött a legközelebbről. Hölgy, igen. Itt. Zsajó Szentpéterről. Csókolom. És milyenek vagyunk élőben, jó? No, király. Igen, király. Igen. Imádjuk magukat. János egy kicsi sovánkáv, nem? Én most eljöttem. Én Zsajó Szentpéter mellett jöttem. Igen, el. Hát ott van Miskolc. Igen. Péntek 13, valami, félünk tőle? Hát szerencsénk lesz. Szerencse? Hát igen. Hát, meg esik az eső, mi? Nem. Én nekem velem soha nem történt semmi egyébként péntek 13-án.
Igen, tehát én ezt valahogy nem érzem, nem volt soha szerint. Babona, így van. Ez így a babona, van. Igen. Hát mindig ugyanaz volt, mindig kórházba voltál. De valaki nyer. Hiszel benne vagy? Te tetszik benne hinni, a már péntek 13 vagy valami lehet esetleg? Hát annyira nem. Ugye, hogy ez, nem, az ember, nem. Ha bevonza, akkor egyébként nem így is. Így van. Nem is kell. Nem szabad bevonzani a bajt, sose. De nem ez jó volt a hangodból, azért úgy lehetett érezni a dübörgő optimizmust. Nem szabad bevonni. Hölgy ott melletted a másik oldalon, péntek 13, nem? Semmi? Nem félünk tőle? Nem, egyáltalán. Ugye, hogy nem kell nagyon. Fiatal ember mögötted honnan jött? Kérdezd meg. Honnan jött? Barci Károly? Azért gyerekek, itt látom, élet van, tehát reggel 7:30-tól egy-egy jó... Én búcsúra megyünk. Komolyan! Ne csinálj azt a mindenség! Te vagy az a szüveg! Gyere velem, gyere, mert ezt nem hagyhatjuk. Gyere ide előre, bocsánat. Csak mondjuk, hogy laposüveg, söröcske, minden van. Figyelj csak, most még könnyebb azt mondani, hogy nem, mint az oltálerőt. Még van egy hét. Ó, Istenem. És egy hétig folyamatosan legény búcsúztak minden nem, nap. Nem, csak három nagy napig. A baj. Három napig. Ma kezdődött, most reggel? Hát most igen. És elengedett ez a jó asszony három napra. Atya Isten. Akit nem engednek el ilyen helyre, az ne házasodjon. Három nap, azért a három nap az erős. Szóval, miért lenne? Hát azért az kevesen annyi engedi. Kell. Annyi kell. Annyi kell. És mi a program már, amit tudhatunk? Hát én nem tudok semmit, úgyhogy... És így is fogsz hazamenni. Így is fogsz hazamenni. Nem emlékszem semmire. Ilyen drága szerelmem, lehet. Semmire nem emlékszem. Na, itt van a haverja. Honnan jöttél? Barci Károly. Mi a program? Mi a program? Na. Hát most azt elmondom, akkor nem lenne meglepetés. Ja tényleg, fogd be a füled kicsit. Fogd be a füled. Egyet legalább. Egerbe megyünk, ennyi. Aha. Persze, megnézzük az egri várat, lemegyünk a kazamatákba. Olyan jó lesz, úgy várom. Sétálunk már. Egyet utána. Pontosan. Megkoszorozunk Gárdonyi sírját. Azért iszunk reggeltől. És lesz olyan, amit utána nem lenne jó, kiderülne? Csak ennyit árulja, hogy lesznek olyan részek, amikor is csúnya, ronda, elhízott lányok érkeznek, és mindenféle ronda dolgokat ma csinálnak. Este, ma este kávé. De jó. Szegény jól feleség. És dokumentáltok mindent, ugye? Nagy felbontásban. Nem. És a főleg egy ilyen röhögő szája, persze. Istenem, jöjjenek! Az előtt végignézzük, azt kitörőjük, mint a másnaposokban. Nem. Ezeket hívják, nem szabad letörölni. Hogy hívják a nagyon naív, nagyon aranyos, leendő feleségedet? Nikola. És ő mit csinál most? Fodrász. Nem úgy értem, hova ment erre a három napra? Tehát elvonult valamilyen... Nem, hát ők is lánybucsú. És már alig várjuk a fiúkat! Azt a minden... Nikola, ha hallasz, akkor írd meg nekünk, hogy milyenek... Nikola, az nem férfi? Nikola? Nikola, igen. Nikola, írd meg nekünk, hogy milyenek voltak a csipendél. Annyira kikészítették a csipendéles fiúk tegnap. Igen, alszik negyed magával. Nem, ők holnap mennek. Holnap mennek? Holnap. Csúnya dolgokat csinálnak ők is? Nem tudom. Ilyenkor megdumáljátok, hogy erről nem fogtok beszélni? Tehát a Nikolával? Senki nem mond semmit a másiknak? Nem csinál senki semmi rosszat. Helyes. Csak csupa jó dolgok. Mindig úgy van. Ez a beszél. Ennyi. Na jó van, hát sok boldogságot nektek. Köszi. Jó? Mióta vagytok együtt? 3 éve. Akkor még van esélyetek arra, hogy boldogok legyetek. Jó, abszolút. Nem most azt mondod, hogy már 8-10 év, és utána jön az eskü, akkor mondom, hát jó, az akkor annyi. De egy 3 év után még hát már benne vagyunk a korba. Persze, hány éves? Mennyi vagy? 29. Jézus Mária, Isten, meg aggasztját! Tegnap ünnepeltem Feri, vagy tegnap előtt az 53. születésnapját. Milyen hát, szép képest... volt, látod? 56. 56, bocsánat, azon. Mindig tudod, 59. Tudod, hogy mindig jövök egy kicsit lefele, hogy nem mondjam ki a valós kor. És évente van neki Ferinek 5. Neki? Játszani? Hát miért? Hát aki most játszik házasodik. Majd este azokkal a lányokkal. Jönnek majd este azok a laza erkölcsű lányok, aztán majd azzal játszunk. Egy legény búcsús, legyen egy legény búcsús játék? Na, szeretnél? Persze, majd ő. Igen? Majd az áldozat. Egy mit mondórát játszol velünk, akarsz? Ha, nem, tehát most még. Mondjuk te nagyon keményen tolod az ő szekerét, mert ő szegény nem akar egy szót sem mondani. Hát ilyen egy igazi barát. Védem őt. Igen, játszál már. Ez hol lesz az esküvő? Az Ambrózia Hotel. Jaj, nem ezt gondoltam, hanem, hogy Balcsikán. Nagy dínom dánom. Nagy mulatság. Sokan jön. Lesz. Hát 100 fő. Atya Isten, ott hát. valakivel úgyis összeverek. A 100 fő, és nem mindenkit ismerünk. De a holett lányokat, meg a csipendél fiúkat ismerni fogják. Őket hívjátok meg mindenképpen, hogy jó legyen a buli. Jól van, srácok, sok boldogságot, közben már megvan a játékosunk, úgyhogy nem tudtok játszani. Érezzétek jól magatokat, jó? Vidám legény búcsút. Csak olyat, ami így megengedett. Ésszel, gyerekek, ésszel. És egyetek is. Ne csak ígyatok. Hogy felszívódjon. Na játsszunk már is a kérdés, mit mond Dóra. Visszafelé beszélünk. Ülészhebéle faszi. Hozzájállat. Héle faszi.
aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyella nime. Aki válaszol. Halló, hello. Sziasztok. Hello, szia Balázs. Hello, hogy hívnak? Marci vagyok. Marci, mi újság? Jól vagytok? Minden oké? Igen, köszönjük szépen. Egész korán itt voltatok, azt látom, hogy igen, ugye? Igen. Itt vagytok a kezdetektől. És nem mentél egyedül jönni, vagy? Te ki vagy? Férje vagyok. Beengedni. Jó, mondjuk nem irigyellek, mert mi már Marcival találkoztunk az előbb, tehát ott úgy kellett vigyázba állni, azt mondja, állj a Balázs mellé, mert olyan fényképet akarok, hogy hárma. Mondom, értem főnök, azt mondja, otthon is ilyen? Ilyen, persze. Marci nagyon kemény. Igen. Igen, mondjuk akkor lett volna baj, hogy azt mondja, állj a Balázs, rólad már egy csomó kép van, Balázsról akarok most csinálni. Nem, az jó, de őszinte, mondj el. Marci megkérdezte, emlékszel rá, mondom, nem, találkoztunk egyszer valamikor egy repülőtér. Á, mondom, oké, okay. akkor így már igen. Igen. Milyen repülőtér volt? Ferihegyen. Jól van. Együtt utazgatunk nyaralni, ezt nem emlékszünk, Marcira? Nem, egy irányba mentünk. Ja. Voltak ott még pár ezeren. Igen. Ki Frankfurtba, ki Stockholmba. Ez a tipikus, ugye, hogy te nyilván fölismered, meg megjegyzed. Igen, hát ez viszont nincs mindig így. Na, azt mondja, hogy mit szeretné. Már csak egy van, szólásmondásunk maradt már csak. Jó lesz? Nem tud nagyon mást választani. Okay. Jó, figyelj, mutatjuk, így szól. Kos a drágám si lóboly. Sokkal. Ajajajajaj. Kos, ugye ez a vége, tehát ez az eleje, vagyis ez a vége, és a lóboly az az eleje. Jóból is megállt a sok. Ki jó, hát valaki bekiabált egy barát. Igen. Tényleg? Egy családi barát beüvöltötte a megoldást? Igen. Jött mindenki a segítsége. Tiéd a bögre, haver. Nem, az egy. Bocs. Jó van, Marcsi, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Jóból is megállt a sok, ez volt. A gyerekek, hát trenírozták magukat a hallgatóink, már minden megfejtenek. Átállt a játékra az agyuk. És van még egy wellness hétvégén is. Így van, egy kettő éjszakás wellness és két személy részére félpanziós ellátással wellness használta Észak-Magyarország egyik legkedveltebb fürdővárosában, Zsóri fürdőn, a négy csillagos Balneo Hotelben, az Accent Hotels jó voltából. Gratulálunk! Ó, nagyon szépen köszönjük! Nagyon szívesen érezzétek jól magatokat! Jó mulatást! Köszönjük szépen! Ciao! Sziasztok! Hello! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.